Jeremiás könyve első rész Jeremiásnak, Hilkiás fiának beszédei, aki az Anatódban Benyámin földjén lakó papok közül volt. Akihez szólt az úr Jósiásnak, az Ammon fiának, Júda királyának napjaiban, az ő uralkodásának 13. esztendejében, továbbá Jójakimnak, a Jósiás fiának, Júda királyának napjaiban. Sedékiásnak, a Jósiás fiának, Júda királyának egészen 11. esztendejéig, Jeruzsálem fogságba viteléig, ami az ötödik hónapban volt. Szóla pedig az úr nekem, mondván, Mielőtt az anyamékben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyamékből kijövél, megszenteltelek, profétának rendeltelek a népek közé és mondék, a, a Uram Isten, íme én nem tudok beszélni, hiszen ifjú vagyok én. Az Úr pedig mondta nekem, ne mondd ezt, ifjú vagyok én, hanem menj mindazokhoz, akikhez küldelek téged, és beszéld mindazt, amit parancsolok neked. Ne félj tőlük, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged, mond az Úr. És kinyújtá az Úr az ő kezét, és megilleté számat, és mondta nekem az Úr, Íme, az én igéimet adom a te szádba. Lásd, én a e mai napon népek fölé és országok fölé rendellek téged, hogy gyomláj, írcs, pusztíts, rombolj, építs és Szól a továbbá nekem az Úr mondván, Mit látsz te, Jeremiás? És mondék, mandula veszőt látok én. És monda nekem az Úr, jól láttál, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. És másodszor is a hozzám az Úr mondván, mit látsz te? És felelék, forró fazekat látok én, és pedig a szája észak felől van. És monda nekem az Úr, észak felől támad a veszedelem e földnek minden lakosára, mert íme Előhívom én az északi országok minden nemzetségét, mondja az Úr, és eljönnek, és Kiki felállítja az ő királyi székét, Jeruzsálem kapui előtt, és körös körül minden kerítés ellen, és Júdának minden városa ellen. És kimondom ítéleteimet felettük az ő mindenféle gonoszságukért, minthogy elszakadtak tőlem, és idegen Isteneknek áldoztak, és tulajdon kezeik munkáit imádták. Te azért öveszt fel derekadat, és kej fel, és mondd meg nekik mindazt, amit én parancsolok neked, meg ne riadj tőlük, különben én riasztalak el téged előlük, mert íme, én erősített várossá, vasoszloppá, és ércbástyává teszlek ma téged, mindez egész földön, Júda királyai, fejedelmei és papjai ellen, és a föld népe ellen. Viaskodni fognak ugyan ellened, de nem győznek meg téged, mert én veled vagyok, azt mondja az Úr, hogy megszabadítsalak téged. Második rész. Majd szól az Úr nekem mondván: Menj el, és kiás Jeruzsálem füleibe, mondván. Ezt mondja az Úr. Emlékezem reád gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságot szeretetére, amikor követtél engem a pusztában, amíg be nem vetett földön. Szent volt Izrael az Úrnak, az ő termésének zsengéje. Akik emésztik vala őt, mind védkeznek vala, veszedelem támat rájuk, azt mondja az Úr. Halljátok meg az Úr szavát, Jákob háza és Izrael házának minden nemzetsége. Így szól az Úr. Micsoda hamisságot találtak bennem a ti atyáitok, hogy elidegenedtek tőlem, és hiába valóság után jártak, és hiába valókká lettek. Még csak azt sem mondták, hol van az Úr, aki felhozott minket Egyiptom földjéről, aki vezérelt minket a pusztában, a kietlen és járatlan földön, a szomjúságnak és a halál árnyékának földjén, amelyen nem vonult át ember, és ahol halandó nem lakott. És bevittelek titeket a bőség földjébe, hogy annak gyümölcseivel és javaival éljetek, és bementetek, és megfertőztettétek az én földemet, és az én örökségemet utálatossá tettétek. A papok nem mondták, hol van az Úr. A törvénymagyarázói nem ismertek engem, és a pásztorok hűtlenek kélettek hozzám. A proféták pedig a Baál által profétáltak, és azok után jártak, akik tehetetlenek. Azért még perbeszállok veletek, mondja az Úr és perelni fogok a ti fiaitok fiaival is. Menjetek csak át a Kittim szigeteire, és lássátok meg. És küldjetek Kédárba is, és szorgalmasan vizsgálódjatok, és lássátok meg, ha volt-e ott ehhez hasonló. Ha cserélt-e valamely nemzet isteneket. Noha azok nem istenek. Az én népem pedig felcserélte az ő dicsőségét tehetetlenséggel. Ámélkodjatok ezen ó egek, és borzadjatok, és rémüljetek meg, igen, ezt mondja az Úr, mert kettős gonoszságot követett el az én népem. Elhagytak engem az élő vizek forrását, hogy kutakatássanak maguknak, és repedezett kutakatástak, amelyek nem tartják a vizet. Szolga-e Izrael, avagy otthon szülötté ő? Miért lett prédává? Oroszlánok ordítanak reá, megeresztik hangjukat, és sivataggá teszik földjét, városai szétromboltatnak, lakatlanok. Nóf és Tafán fia is betörik koponyádat. Vajon nem te -e ezt magadnak? Elhagytad az Urat, a te Istenedet, amikor vezérelt téged az úton? Most is, mi dolgod van neked Egyiptom útjával, hogy Nílus vizet igyál? Vagy mi dolgod van neked asszúr útjával, hogy a folyam vizét igyad? A magad gonoszsága fenyít meg téged, és a te elpártolásod büntet meg téged. Tudd meg hát, és lásd meg, mi gonosz és keserves dolog, hogy elhagytad az Urat, a te Istenedet, és hogy nem félsz engemet, ezt mondja az Úr, a seregeknek ura. Bizony régóta széttörtem a te igádat, és letéptem köteleidet, és azt mondtad, nem leszek rabszolga, mind a mellett minden magas halmon és minden lombos falat fa bujkálsz vala te, mint egy parázna pedig én úgy plántállak vala el téged, mint nemes szőlő veszőt. Mindenestől hűséges magot. Mi módon változtál hát nekem idegen szőlőtőnek fattyúhajtásává? Még ha lúgban mosakodnál is, vagy szappanodat megsokasítanád is, feljegyezve marad a te álnokságod előttem, mondja az Úristen. Mi módon mondhatnád? Nem undok meg, nem jártam a baálok után. Lásd meg a te utadat a völgyben. Ismerd meg csak, mit cselekedtél. Gyors lábú kancateve, amely ide-oda futkos utain. Pusztához szokott nőstény vadsza már, amely érzékiségének kívánságában levegő után kapkod. Gerjedelmét kicsoda csillapíthatja le. Senki ne fárassza magát, aki ezt keresi. Megtalálja azt a maga hónapjában. Tartóztasd meg lábadat a mezítelenségtől, és torkodat a szomjúságtól. És te azt mondod, hiába, nem lehet, mert idegeneket szeretek, és utánuk járok. Amiképpen megszégyenül a tolvaj, ha rajta kapják, Aképpen szégyenül meg Izrael háza, ő maga, az ő királyai, fejedelmei, papjai és prófétái. akik azt mondják a fának, te vagy az én atyám, a kőnek pedig, te szültél engem. Bizony háttal fordulnak felém és nem arccal, de nyomorúságuk idején azt mondják majd, kej és szabadíts meg minket. De hol vannak a te isteneid, amelyeket magadnak készítettél? Keljenek fel, ha megszabadíthatnak téged a te nyomorúságod idején. Hiszen annyi istened volt, ó Júda, ahány városod. Miért perlekedtek velem? Minnyájan hűtlenek kélettetek hozzám, mondja az Úr. Hiába ostoroztam fiaitokat, a fenyítés nem fogott rajtuk. Fegyveretek úgy emésztette profétáitokat, mint pusztító oroszlán. Ó, te nemzetség! Lásd meg az úr dolgát! A puszta voltam-e én Izraelnek, avagy a sötétség földje? Miért mondotta az én népem, szabadok vagyunk, nem megyünk többé hozzád? Vajon elfelejtkezik-e a lány az ő ékszereiről, a menyasszony az ő nyakláncairól, az én népem pedig számtalan napokon elfelejtett engem? Mit szépíted a te utadat, hogy te szeretetet keresel? Holott még a gonoszokat is tanítod a te utaidra, még ruháid szélén is található szegény, ártatlan emberek vére. Nem azért, hogy betörésen kaptad őket, hanem mindam azokért. És azt mondod, bizonyára ártatlan vagyok, hiszen elfordult tőlem az ő haragja. Íme, én törvénybe szállok veled, mivel, hogy azt mondod, nem védkeztem. Mit futkosol, hogy igen, változtatván utadat? Egyiptom miatt is megszégyenülsz, amint megszégyenültél a súr miatt. Még ettől is elszakadsz, s kezeidet fejedre kulcsolod, mert utálja az Úr a te bizalmasaidat, és nem leszel velük szerencsés. Harmadik rész Nos hát, ha elbocsátja valaki az ő feleségét, és ez eltávozik tőle, és más férfiúé lesz, vajon visszamehet-e még a férfi ő hozzá? Nem lenne -e az a föld fertelmesen megfertőztetve? Te pedig sok szeretővel paráználkodtál, és visszajönnél hozzám, mondja az Úr. Emelt fel szemeidet a magaslatokra, és lásd meg, hol nem szeplősítettek meg téged. Az utakon vártál reájuk mint az arab a pusztában. És megfertőztetted a földet paráznaságaiddal és gonoszságoddal. Noha megvonattak a korai záporok és késői esősem volt, mégis parázna asszony homlokúvá lettél, szégyenkezni nem akartál. Nem, de mostantól így kiáltasz nekem, atyám, ifjúságomnak te vagy vezére mindörökké haragszik-e, mindvégig bosszankodik-e, íme ezt mondod, de cselekszed a gonoszságokat, amint tőled telik. És mondta az úr nekem Jósiás király napjaiban, láttad-e, amit az elpártolt Izrael cselekedett? Elmentő minden magas hegyre, és minden zöldellő fa alá, és ott paráználkodott. És mondám, miután mindezt megcselekedte, térj vissza hozzám, de nem tért vissza. És látta ezt az ő hitszegő huga, a Júda. És láttam, hogy mind a mellett is, hogy elbocsájtottam az elpártolt parázna Izraelt, és adtam neki elválásról való levelet, nem félt a hitszegő Júda, az ő huga, hanem elment és ő is paráználkodott. És lőn, hogy az ő paráznaságának hírével megfertőztette a földet, mert kővel és fával paráználkodott. És mindez után sem tért vissza hozzám az ő hitszegő huga a júda az ő szíveteljességével hanem csak képmutatással, azt mondja az Úr. És mondta nekem az Úr, Igazabb lelkű az elpártolt Izrael, mint a hitszegő Júda. Menj el, és kiásd a -e szókat éjszak felé, és mondjad, térj vissza, elpártolt Izrael, azt mondja az Úr, és nem bocsájtom reátok haragomat, mert kegyelmes vagyok én, ezt mondja az Úr, nem haragszom mindörökké. Csak hogy ismerd el, a te hamisságodat, hogy hűtlenné lettél az Úrhoz, a te Istenedhez. És szerte futottál utaidon az idegenekhez mindenféle zöldellő fa alá, és az én szómra nem hallgattatok, ezt mondja az Úr. Térjetek meg, szófogadatlan fiak, azt mondja az Úr. Mert én férjetek kélettem nektek, és magamhoz veszlek titeket egyet egy városból, kettőt egy nemzetségből, és beviszlek titeket Sionba. És adok nektek szívem szerint való pásztorokat, és legeltetnek tudománnyal és értelemmel. És ha majd megsokasodtok, és megszaporodtok a földön azokban a napokban, azt mondja az Úr, nem mondják többé, az Úr szövetségének ládája, szívére se veszi senki, rá se gondolnak, meg sem látogatják, és nem készítik meg újra. Abban az időben Jeruzsálemet hívják majd az Úr királyi székének, és minden nemzet oda gyülekezik az Úr nevéért Jeruzsálembe. És nem követik többé gonosz szívüknek makadságát azokban a napokban a Júda háza Izrael házával fog járni, és együtt mennek be az északi földről abba a földbe, amelyet örökségül adtam a ti atyáitoknak. Azt mondám ugyanis magamban, miképpen tegyelek téged a fiak közé, és adjam neked a kívánatos földet, a pogányok seregének drága örökségét, és azt végezém, hívj engem atyámnak, és ne pártolj el tőlem. Mind a mellett, amint hitszegővé lesz az asszony az ő társa iránt, úgy lettetek hitszegőkké irántam, Izrael háza, azt mondja az Úr. Szó hallatszik a magaslatokon, Izrael fiainak esdeklő sírása, mert elfordították útjukat, elfelejtkeztek az Úrról, az ő Istenükről. Térjetek vissza, szófogadatlan fiak, és meggyógyítom a ti elpártolásotokat. Íme, mi hozzád járulunk, mert te vagy az Úr, ami Istenünk. Bizony hiába való a halmokról, a hegyekről való zajongás. Bizony az Úrban, ami Istenünkben van, Izrael megmaradása. És ez a gyalázatosság emésztette a mi atyáink szerzeményét gyermekségünk óta, juhaikat, szarvasmarháikat, fiaikat és leányaikat. Gyalázatunkban heverünk, és elborít minket, ami szégyenünk, mert védkeztünk az Úr ellen, ami Istenünk ellen, mi és a mi Atyáink, gyermekségünk óta, minden mai napig. És nem hallgattunk az Úrnak, ami Istenünknek szavára. Negyedik rész. ha visszatérsz Izrael, ezt mondja az Úr, hozzám térj vissza. És ha eltávolítod a te utálatosságaidat előlem, és nem ingadozol, és így esküszöl, él az Úr, hűségben, egyenességben és igazságban, akkor őbenne áldják majd magukat a nemzetek, és benne dicsekesznek mert ezt mondja az Úr Júda és Jeruzsálem férfiainak. Szántsatok magatoknak új ugart, és nevessetek tövisek közé. Metéjétek magatokat körül az Úrnak, és távolítsátok el szívetek előbőreit, Júda férfiai és Jeruzsálem lakosai, hogy fel ne gyulladjon az én haragom, mint a tűz, és oldhatatlanul ne égjen a ti cselekedeteitek gonossága miatt. Adjátok hírül Júdában, és hallassátok Jeruzsálemben, és mondjátok, és kürtőjétek az országban, kiáltsátok teljes erővel, és mondjátok, gyűjjetek össze, és menjünk be az erősített városokba. Emeljetek zászlót a Sion felé, fussatok, meg ne álljatok, mert veszedelmet hozok Észak felől, és nagy romlást. Felkelt az oroszlán az ő tanyájából, és a népek pusztítója elindult, kijött helyéből, hogy elpusztítsa a te földedet, városaid lerontatnak, lakatlanokká lesznek. Öltözzetek azért gyázba, sírjatok és jajgassatok, mert az Úr haragjának tüze nem távozott el rólunk. Azon a napon pedig, ezt mondja az Úr, elvész a király bátorsága és a főemberek bátorsága, és a papok elálmélkodnak, és a próféták elcsodálkoznak. Én pedig ezt mondom: Ó Uramisten! Bizony igen megcsaltad ezt a népet és Jeruzsálemet, ezt mondván, békességetek lesz, holott a szabja lelkünkig hatott. Abban az időben azt mondják-e népnek és Jeruzsálemnek, szárasztó szél a magas helyekről a pusztában, az én népem leányának útján, nem szóráshoz és nem tisztításhoz való. Erős szél, Erős széljő onnan reám is, azért hát ítéletet mondok ellenük. Íme úgy jő fel, mint a felleg, és szekerei olyanok, mint a szélvész, lovai gyorsabbak a soskesejüknél. Jaj nekünk, mert elvesztünk. Jeruzsálem, tisztítsd meg szívedet a gonoszságtól, hogy megtartassál. Meddig maradnak még te benned a te bűnös gondolataid? Mert hírmondó szava hangzik Dán felől, és Efraim hegyéről vészhirdető. Mondjátok meg a nemzeteknek, Nosza, hirdessétek Jeruzsálem ellen. Őrizők jönnek messze földről, és kiáltoznak Júda városai ellen. Mint a mezőnek őrzői, úgy lesznek ellenek körös körül, mert dacoskodott velem, mondja az Úr. A te magad viselete és a te cselekedeteid szerezték ezeket neked. Ez a gonoszságod bizony keserű, bizony egész a szívedig hatott. Ó én belső, ó én belső, aléldozom ó én szívemnek rekeszei, háborog a szívem, nem hallgathatok, hiszen hallottad én lelkem a kürtszavát, a harci riadót. Vészre vészt jelentenek. Bizony elpusztul az egész föld. Nagy hamarsággal elpusztulnak az én sátraim, kárpítjaim egy pillantás alatt. Meddig látok még hadizászlót, és hallom a kürtszavát? Bizony bolond az én népem engem nem ismernek, balgatak fiak ők, és nem értelmesek. Bölcsek ők a gonoszra, jó cselekedni pedig tudatlanok. Nézek a földre, de íme kietlen és puszta, és az égre, de nincsen világossága. Nézek a hegyekre is, íme reszketnek és a halmokra, de mind ingadoznak. Nézek, és íme egy ember sincsen, és az ég madara is mind elmenekültek. Nézek, és íme a bőtermőföld pusztává lőn, és minden városa összeomlott az úr előtt, az ő haragjának tüze előtt. Bizony ezt mondja az úr, pusztasággá lesz az egész ország, de nem vetem végét. Azért gyászol a föld, és homályosodik el odafenn az ég, mert szólottam, határoztam, és meg nem bánom, és el nem térek attól. A lovasoknak és a kézíveseknek kiáltozása elől elfut minden város elrejtőznek a sűrűségekbe, és felmásznak a sziklákra. Minden város elhagyottá lett, és egyetlen ember sem lakik azokban. És te, elpusztult, mit cselekszel akkor? Ha bíborba öltözöl, ha arany kösöntyűkkel ékesíted magadat, és ha festékkel mázolod is ki szemeidet, Hiába szépítgeted magadat, megvetnek téged a szeretőid, életedre törnek. Mert, mintha Vajúdó asszony szavát hallanám, mintha az először szülőnek sikoltozását olyan sió leányának hangja nyög, csapkodja kezeit, jaj nekem, mert roskadozik lelkem a gyilkosok előtt. Ötödik rész. Járjátok el Jeruzsálem utcáit, és nézzétek csak, és tudjátok meg, és tudakozzátok meg annak piacain, ha találtok-e egy embert, ha van-e valaki, aki igazán cselekszik, hűségre törekszik, és én megbocsájtok neki. Még ha azt mondják is, él az Úr, bizony hamisan esküsznek. Uram, a te szemeid, avagy nem a hűségre néznek-e? Megverted őket, de nem bánkódtak. Tönkretetted őket, de nem akarják felvenni a dorgálást. Orcáik keményebbek kélettek a kősziklánál, nem akarnak megtérni. Én pedig ezt mondom vala: Bizony, szerencsétlenek ezek, bolondok, mert nem ismerik az úrnak útját, Istenüknek ítéletét. Elmegyek azért a főemberekhez, és beszélek velük, hiszen ők ismerik az úrnak útját, Istenüknek ítéletét. Ám de, ők törték össze egyetemlegesen az igát, és tépték le a köteleket. Azért széttépi őket az oroszlán az erdőből, elpusztítja őket a puszták farkasa, párduc ólálkodik az ő városai körül, aki kijön azokból, mind szétszaggattatik, mert megsokasodtak az ő bűneik, és elhatalmasodtak az ő hitszegéseik. Ó, miért bocsájtanék meg neked? Fiaid elhagytak engem, és azokra esküsznek, akik nem istenek. Noha jól tartottam őket, mégis paráználkodtak, és tolongtak a parázna házában. Mint a hízlalt lovak, fickándozókká lettek, ki ki az ő fele barátjának feleségére nyerít. Avagy ne büntesse -e meg az ilyeneket, mondja az úr. És az eféle népen, mint ez, ne álljon-e bosszút az én lelkem? Menjetek fel az ő kerítéseikre, és roncsátok, de ne tegyétek semmivé egészen. Távolítsátok el az ágait, mert nem az úréi azok. Mert igen hűtlenné lett hozzám az Izrael háza és a Júda háza, azt mondja az Úr. Megtagadták az Urat, és azt mondták, nincsen ő, és nem jöhet reánk vezedelem, sem fegyvert, sem éjséget nem látunk. A proféták is széllé lesznek, és nem lesz, aki beszéljen bennük, így esik az ő dolguk. Azért ezt mondja az Úr a seregeknek istene. Miután ti ilyen szóval szóltatok, Íme tűzzé teszem az én igémet a te szádban, ezt a népet pedig fákká, hogy megemészse őket. Íme én hozok reátok messzünnen való nemzetet, ó Izrael háza. Ezt mondja az Úr. Kemény nemzet ez. Ős időből való nemzet ez. Nemzet, amelynek nyelvét nem tudod, és nem érted, mit beszél. Tegze olyan, mint a nyitott sír, minnyájan vitézek, és megemészti aratásodat és kenyeredet, megemészti fiaidat és leányaidat, megemészti juhaidat és ökreidet, megemészti szőlődet és fügédet, erősített városaidat, amelyekben te bizakodol, fegyverrel rontja le de még ezekben a napokban sem teszlek benneteket egészen semmivé, azt mondja az Úr. Ha pedig az lenne, hogy kérdeznétek, miért cselekedte mindezt velünk az Úr, ami Istenünk, akkor azt mondjad nekik, amiképpen elhagytatok engem, és idegen isteneknek szolgáltatok a ti földeteken, azonképpen idegeneknek fogtok szolgálni olyan földön, amely nem a tiétek. Hirdessétek ezt a Jákob házában, és hallassátok Júdában mondván, halljátok csak, te bolond és esztelen nép, akiknek szemeik vannak, de nem látnak, füleik vannak, de nem hallanak. Nem féltek-e engem, ezt mondja az Úr az én orcám előtt nem remektek-e? Hiszen én rendeltem a fövenyt a tenger határának örök korlátul, amelyet át nem hághat, és ha megrázkodtatják is habjai, de nem bírnak vele, és ha megháborodnak, sem hághatnak át rajta. De ennek a népnek szilaj és dacos szíve van. Elhajlottak, és elmentek. És még szívükben sem mondják. Ó, csak félnénk az Urat, ami Istenünket, aki esőt, korai és késői záport ad annak idejében, az aratásnak rendelt heteit megőrzi számunkra. A ti bűneitek fordították el ezeket tőletek, és a ti védkeitek fosztottak meg titeket e jótól. Mert Istentelenek vannak az én népem között, gugolva fülelnek, mint a madarászok, hánynak, embereket fogdosnak, mint a madárral teli kalitka, úgy vannak teli az ő házaik álnoksággal, azért lettek nagyokká és gazdagokká. Meghíztak, megfényesedtek, eláradtak a gonosz beszédben, az árvának ügyét nem ítélik igaz ítélettel, hogy boldoguljanak, sem a szegényeknek nem szolgáltatnak igazságot. Hát ezeket ne büntesse -e meg? Ezt mondja az Úr. Az ilyen nemzeten, mint ez, avagy ne álljon-e bosszút az én lelkem? Borzadalmas és rettenetes dolgok történnek-e földön. A proféták hamisan profétálnak, és a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti. De mit cselekesznek majd utoljára? Hatodik rész Benjamin fiai, fussatok ki Jeruzsálemből, és fújatok kürtöt Tékoában és tűzzetek ki zászlót bet mert veszedelem fenyeget Észak felől, és nagy romlás. A szép és elkényeztetett asszonyhoz tettem hasonlóvá Siol leányát. Pásztorok jönnek el hozzá nyájaikkal együtt, felvonják mellette a sátrakat körös körül, kiki legelteti, ami keze ügyébe esik. Készüljetek hadba ellene, keljetek fel, és menjünk fel délben. Jaj nekünk, mert hanyatlik már a nap, mert meghosszabbodnak az esteri árnyékok. Keljetek fel, és menjünk fel éjjel, és roncsuk le az ő palotáit. Mert ezt mondja a seregeknek ura, vágjatok fákat, és hányatok töltést Jeruzsálem ellen, a büntetés városa ez. Csupa nyomorgatás van benne. Mint a kút hidegen tartja meg a vizet, úgy tartja meg az ő gonoszságát. Erőszakosság és önkény hallatszik benne, és betegség és vereség van előttem szüntelen. Térj eszedre, ó Jeruzsálem, hogy el ne szakadjon tőled a lelkem, hogy pusztává ne tegyelek téged, lakhatatlan földé. Ezt mondja a seregek ura. Teljesen megszedik Izrael maradékát, mint a szőlőt. Fordítsd kezedet reájuk, mint a szőlőszedő a kosarakra. Kinek szóljak, és kiket kérjek, hogy hallják? Íme, az ő fülük körülmetéletlen, és nem figyelhetnek. Íme, az Úr utálatosságá lett előttük, nem gyönyörködnek abban. Azért telve vagyok az ő haragjával, elfáradtam azt visszatartani. Önts ki a gyermekekre az utcán, és az ifjak gyülekezetére is egyszer mind. Sőt, még a férj a feleséggel, az öreg az aggastyánnal szintén fogadtassanak el és házaik idegenekre szálljanak, mezőik és feleségeik is egyszer mind, mert kinyújtom kezemet a föld lakosaira, azt mondja az Úr. Mert kicsinyeiktől fogva nagyjaikig, minnyájan telhetetlenségnek adták magukat. A profétától fogva a papig, minnyájan csalárdságot űznek és hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását mondván békesség, békesség, és nincs békesség. Szégyenkezniük kellene, hogy utálatosságot cselekedtek, de szégyenkezni nem szégyenkeznek, még pirulni sem tudnak. Ezért elesnek majd az elesendőkkel, az ő megfenyítetésük idején elhullanak, azt mondja az úr. Így szólt az úr, álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek, és azt mondták, Nem megyünk. Őr állókat is rendeltem föléjük mondván, figyeljetek a kürtnek szavára, és azt mondták, nem figyelünk. Azért halljátok meg, ti nemzetek, és tudd meg, te gyülekezet azt, ami következik reájuk. Hald meg, ó föld! Íme, én veszedelmet hozok erre a népre, az ő gondolatainak gyümölcsét, mert nem figyeltek az én beszédeimre, és az én törvényemet megvetették. Minek nekem ez a tömjén, ami sébából kerül, és a messze földről való jó illatú fahéj? A ti égő áldozataitok nincsenek kedvemre, sem a ti véres áldozataitok nem tetszenek nekem. Azért ezt mondja az Úr. Íme, én akadályokat szerzek-e népnek, és megbotlanak bennük az atyák és fiak együttesen, a szomszéd és az ő barátja elvesznek. Így szól az Úr: Ímen nép jön el az északi földről, és nagy nemzet serken fel a földnek végéről. Kézívet és kopját ragad, kegyetlen az, és nem könyörül, szavuk zúg, mint a tenger és lovakon nyargalnak, fejenként viadarra készen tellened, ó leánya. Halljuk a hírét, kezeink elesnek, szorongás vesz erőt rajtunk, reszketés, mint a vajúdó asszonyon. Ki ne menjetek a mezőre, és az úton se járjatok, mert ellenség fegyvere rémület fenyeget körös körül, népem leánya, ölts gyászt, és heverj a porban, sírj, mint az egyszülöttet siratják, zokok keservesen, mert reánk a pusztító hamar. Próbálóvá tettelek téged az én népem között, őrállóvá, hogy megismerd és megpróbáld az ő útjukat. Minnyáján igen vakmerők, rágalmazva járnak, réz és vas, minnyájan elvetemültek ők. Megégett a fúvó a tűztől, elfogyott az ón, hiába olvaszt az olvasztó, mert gonoszok meg nem tisztíthatók. Megvetett ezüstnek hívjátok őket, mert az Úr megvetette őket. Hetedik rész Az a beszéd, amelyet az Úr szól a Jeremiásnak mondván. Állj az úrházának ajtajába, és kiásd ott e beszédet, és mondjad. Halljátok az Úr beszédét, mint ti júdabeliek, akik bementek ezeken az ajtókon, hogy imádjátok az Urat. Így szól a seregek Ura, Izrael Istene jobbítsátok meg a ti utaitokat és cselekedeteiteket, és veletek lakozom e helyen. Ne bízzatok hazug beszédekben mondván, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez. Mert csak ha valóban megjobbítjátok a ti utaitokat és cselekedeteiteket, ha igazán ítéltek az ember között és fele barátja között, ha jövevényt, árvát és özvegyet meg nem nyomorgattok, és ezen a helyen ártatlan vért ki nem és idegen Istenek után sem jártok a magatok veszedelmére, akkor lakozom veletek ezen a helyen, a földön, amelyet a ti atyáitoknak adtam, öröktől fogva mindörökké. Íme, ti hisztek a hazug beszédeknek, haszon nélkül. Nem de loptok, öltök és paráználkodtok, hamisan esküztök. A baálnak áldoztok, és idegen istenek után jártok, akiket nem ismertek. És eljöttök, és megállottok előttem a e házban, amely az én nevemről neveztetik, és ezt mondjátok, megszabadultunk, hogy ugyanazokat az utálatosságokat cselekedhessétek, Vajon latrok barlangjává lett ez a ház ti előttetek, amely az én nevemről neveztetik? Íme én is látok, azt mondja az úr. Mert menjetek csak el az én helyemre, amely Silóban van, ahol először lakoztam az én nevemmel. És lássátok meg, hogy mit cselekedtem azzal az én népemnek, Izraelnek gonoszságáért. Most pedig, mivel, hogy mindezeket a cselekedeteket cselekszitek, azt mondja az Úr. És mivel, hogy szüntelen szóltam, és szóltam tinektek, de nem hallottátok, és kiáltottam nektek, de nem feleltetek, azért úgy cselekszem -e házzal, amely az én nevemről neveztetik, amelyben ti bizakodtok, és a helyjel, amelyet nektek és a ti atyáitoknak adtam, amint silóval cselekedtem. És elvetlek titeket színem elől, amint elvetettem mindati atyátok fiait, Efraimnak minden magvát. És te ne imádkozzál-e népért, se jajszót, se könyörgést, ne emelj értük, és nálam közben ne járj, mert én meg nem hallgatlak téged. Nem látod-e te, mit cselekesznek ők Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin. A fiak fát szedegetnek, az atyák gyújtják a tüzet, az asszonyok pedig dagasztanak, hogy az ég királynőjének béleseket készítsenek, és az idegen isteneknek italáldozatokkal áldoznak, hogy engem felingereljenek. Avagy engem ingerelnek-e ők, azt mondja az úr, és nem magukat te hogy gyalázat borítsa arcukat. Azért ezt mondja az Úristen. Íme az én haragom és búsulásom kiömlik e helyre, az emberekre és a barmokra, a mezőnek fájra és a földnek gyümölcseire, és égni fog, és el nem alszik. Ezt mondja a seregek ura, Izrael Istene. Égő áldozataitokat rakjátok a ti véres áldozataitokhoz, és egyetek húst. Mert nem szóltam a ti atyáitokkal, és nem rendelkeztem velük, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről az égő áldozat és véres áldozat felől, hanem ezekkel a szavakkal utasítottam őket mondván, hallgassatok az én szómra, és én Istenetek leszek ti pedig az én népem méleztek. És mind csak azon az úton járjatok, amelyre utasítottalak titeket, hogy jól legyen dolgotok. De nem hallgattak, és fülüket sem hajtották felém, hanem az ő gonosz szívük fásultságában a maguk tanácsa szerint jártak, és háttal valának felém, és nem arccal. Attól a naptól fogva, amelyen kijöttek a ti atyáitok Egyiptom földjéből, e mai napig küldtem hozzátok minden én szolgámat, a prófétákat napról napra szüntelen küldöttem. De nem hallgattak reám, és fülüket sem hajtották felém, hanem megkeményítették nyakukat, és gonoszabbul cselekedtek, mint az ő atyáik. Ha elmondod nekik minde szavakat, és nem hallgatnak reád, ha kiáltasz nekik, és nem felelnek neked, akkor ezt mond nekik. Az a nép ez, amely nem hallgat az Úrnak az ő Istenének szavára, sem fenyítését fel nem veszi. Elveszett a hűség, kiszaggatott az ő szájukból. Nyírd le hajadat, és vesd el, és kezdj a hegyeken gyászéneket, mert utálja az Úr, és elhagyja a nemzetséget, amelyre haragszik. Mert gonoszt műveltek előttem Júdának fiai, azt mondja az Úr. Utálatosságaikat bevitték abba a házba, amely az én nevemről neveztetik, hogy megfertőztessék azt. És felépítették a Tófet magaslatait, amely a Benhinnon völgyében van, hogy megégessék fiaikat és leányaikat tűzben amit nem parancsoltam, és ami gondolatomban sem volt. Azért íme eljönnek a napok, azt mondja az Úr, amikor nem beszélnek többé a Tófetről, sem a Benhinnon völgyéről, hanem az Öldöklés völgyéről, és temetkezni fognak Tófetben, és hely sem lesz elég. És a nép holteste az ég madarainak és a mezei barmoknak lesz eledelükké, és nem lesz, aki elriassza azokat. És megszüntetem Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin az örömnek szavát, és a vigasságnak szavát, a vőlegény szavát és a menyasszony szavát, mert elpusztul a föld. 8. rész. Abban az időben azt mondja az Úr, kihányják majd Júda királyainak csontjait, és az ő fejedelmeinek csontjait, a papok csontjait, és a proféták csontjait, és Jeruzsálem lakosainak csontjait az ő sírjaikból. És kiterítik azokat a napra és a holdra, és az égnek minden serege elé, amelyeket szerettek, és amelyeknek szolgáltak, és amelyek után jártak, és amelyeket kerestek, és amelyek előtt leborultak, nem szedetnek össze, el sem temettetnek, ganéjá lesznek a föld színén. És inkább választja a halált, mint az életet az egész maradék, Mindazok, akik megmaradtak a gonosz nemzetségből, mind azokon a helyeken, ahol megmaradtak, ahová kiűztem őket, azt mondja a seregeknek ura. Ezt is mondjad nekik. Így szól az Úr. Úgy esnek -e el, hogy fel nem kelhetnek? Ha elfordulnak, nem fordulhatnak-e vissza? Miért fordult el ez a nép, Jeruzsálem népe, örök elfordulással? A családságnak adták magukat, visszafordulni nem akarnak. Figyeltem és hallottam. Nem igazán beszélnek. Senki sincs, aki megbánja az ő gonoszságát, ezt mondván, mit cselekedtem. Minnyáján az ő futópályájukra térnek, mint a harcra rohanó ló. Még az Eszterág is tudja a maga rendelt idejét az égben, és a Gerlice, a Fecske és Darú is megtartják, hogy mikor kell elmenniük, de az én népem. Nem tudja az Úr ítéletét. Hogyan mondhatjátok, bölcsek vagyunk, és az Úr törvénye nálunk van? Bizony íme hazugságra munkál az írástudók hazugtolla. Megszégyenülnek a bölcsek, megrémülnek és megfogadtatnak. Íme megvetették az Úr szavát, micsoda bölcsességük van tehát nekik? Azért, az ő feleségeiket idegeneknek adom, mezőiket hódítóknak, mert kicsintől fogva nagyig minnyájan nyereség után nyargalnak, a profétától fogva a papig minnyájan hamisságot űznek és hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását, mondván békesség, békesség, és nincs békesség. Szégyenkezniük kellene, hogy utálatosságot cselekedtek, de szégyenkezni nem szégyenkeznek. Még pirulni sem tudnak. Ezért elesnek majd az elesendőkkel, az ő megfenyittetésük idején elhullanak, azt mondja az Úr. Végképpen véget vetek nekik, azt mondja az Úr. Nincs gerezd a szőlőtőkén, nincs füge a fügefán, a levele is elhervadt, azt teszem azért, hogy tova vigyék őket. Miért ülünk még? Gyűjjetek össze, és menjünk be az erősített városokba, és hallgassunk ott, mert az Úr, ami Istenünk hallgatásra juttatott minket, és mérges vizet adott innunk, mert vétkeztünk az Úr ellen. Miért békességre várni, holott nincs semmi jó? Gyógyító időre, holott íme, itt van az ijedelem. Dántól fogva hallatszik az ő lovainak tüsszögése, méneinek nyerítő hangjától reng az egész föld. És eljőnek, és megemésztik a -e földet, és mindenét, amilyen van, a várost és annak lakóit. Mert íme. Én viperakígyókat bocsájtok reátok, amelyek ellen nincsen varázslás, és megmarnak titeket, azt mondja az Úr. Megnyugodhatom-e a nyomorúság felett? Szívem elepedén bennem. Íme az én népem leányának kiáltó szava messze földről, nincsene ott az Úr a sionon, nincsene azon az ő királya. Miért ingereltek fel engem az ő faragott bálványaikkal, az idegen semmiségekkel? Elmúlt az aratás, elvégződött a nyár, és mi nem szabadultunk meg. Az én népem leányának romlása miatt megromlottam, szomorkodom, iszonyat fogott el engem. Nincsene balzsamolaj Gileádban nincsen -e ott orvos? Miért nem gyógyítatott meg az én népem leánya? 9. rész bár csak a fejem vízé változnék, a szemem pedig könyhullatásnak útfejévé, hogy éjjel-nappal sirathatnám az én népem leányának megöltjeit. Bár csak pusztába vinne engem valaki, Utasok szállóhelyére, hogy elhagyhatnám az én népemet, és eltávozhatnám tőlük, mert minnyáján paráznák, hitszegők gyülekezete. Felvonták nyelvüket, mint kézívüket. Hazugsággal és nem igazsággal hatalmasok e földön, mert gonoszságból gonoszságba futnak, engem pedig nem ismernek, azt mondja az Úr mindenki őrizkedjék a barátjától. És egyetlen atyátok fiának se higgyetek, mert minden atyafi cselbecsal, csal, és minden barát rágalmazva jár. Egyik a másik ellen csúfoskodik, és nem szólnak igazat. Nyelvüket hazuk beszédre tanítják, elfáradtak a gonosz tevésben. A te lakásod az álnokság közepében van. Az álnokság miatt nem akarnak tudni felőlem, Ezt mondja az Úr. Azért ezt mondja a seregek ura, Íme, én megolvasztom őket, És megpróbálom őket. Mert mit cselekedjem egyebet az én népem leánya miatt? Sebző nyíla nyelvük, álnokságot beszélnek, szájával békességesen szól barátjához, a szívében pedig lest hány. Avagy ne fenyítsem -e meg őket ezekért, azt mondja az úr. Vajon az eféle nemzetségen ne álljon-e bosszút a lelkem? A hegyeken sírást és zokogást támasztok, és a pusztai ligetekben gyászéneket, mert kiégnek úgy, hogy senki sem egy keresztül rajtuk, és nem hallják a nyájak bégetését. Az ég madaraitól fogva a barmokig, minden elköltözik és elmenekül. Jeruzsálemet pedig kőhalommá teszem, sakálok tanyájává, és Júda városait sivataggá változtatom, hogy lakatlan legyen. Kicsoda olyan bölcs férfiú, hogy értse ezeket és akihez az Úr szája szólt, hogy hirdesse azt, hogy miért vész el a föld és ég ki, mint a puszta, amelyen senki sem menjen keresztül. Mondta továbbá az Úr. Mivel, hogy elhagyták az én törvényemet, amelyet eléjük adtam, és nem hallgattak az én szómra, és nem jártak a szerint, hanem jártak az ő kevés szívük után és a baálok után, amikre atyáik tanították őket. Azért ezt mondja a seregek ura Izrael istene, íme én megétetem őket, ezt a népet ürömmel, és megitatom őket mérges vízzel, és szétszórom őket a nemzetek között, amelyeket nem ismertek sem ők, sem atyáik, és utánuk küldöm a fegyvert, amíg megsemmisítem őket. Ezt mondja a seregek Ura, figyelmezzetek rá, és hívjátok a sirató asszonyokat, hogy jöjjenek el, és a bölcs asszonyokhoz is küldjetek, hogy jöjjenek el, és siessenek, és fogjanak síráshoz miattuk, és a mi szemeink is hullassanak könnyeket, és szempilláink vizetöm leszenek mert a Sionról síralomnak szava hallatszik. Ó, hogy elpusztultunk! Igen, megszégyenültünk! Mert elhagyjuk-e földet? Mert széthányták lakhelyeinket? Bizony halljátok meg ti asszonyok az úrnak szavát, és vegye be a ti fületek az ő szájának beszédét, és tanítsátok meg leányaitokat a sírásra, és egyik asszony a másikat a jajgatásra, mert feljött a halál, ami ablakainkra, bejött, ami palotáinkba, hogy kipusztítsa a gyermekeket az utakról, az ifjakat az utcákról. Szólj, ezt mondja az Úr, és az emberek holteste hever, mint a ganéj a mezőn, és mint a kéve az arató után, és nincs, aki összegyűjtse. Ezt mondja az Úr. Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az ő erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet. Ítéletet és igazságot gyakorlok e földön, mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr. Íme eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és megfenyítek minden körülmetélkedettet a körülmetéletlenekkel együtt. Egyiptomot és Júdát, Edomot és az Ammon fiait. Moabot és mindazokat, akik nyírot üstökűek és a pusztában laknak, mert mindez a nemzet körülmetéletlen, és Izraelnek egész háza is körülmetéletlen szívű. Tizedik rész Halljátok meg a szót! Amit az Úr szól nektek, Izrael háza. Ezt mondja az Úr: A pogányok útját elne tanuljátok, és az égi jelektől ne féljetek, mert a pogányok félnek azoktól, mert a népek bálványai csupa hiába valóság, hiszen az erdő fájából vágják azt, ácsmester kezei készítik bárdal. Ezüstel és aranyjal megékesíti azt, szegekkel és pörölyökkel megerősítik, hogy lene essék. Olyanok, mint az egyenes pálmafa, és nem beszélnek, viszik, hordják őket, mert mozdulni nem tudnak. Ne féljetek tőlük, mert nem tehetnek rosszat, de jót tenni sem képesek. Nincs hozzád hasonló, uram. Nagy vagy és nagy a te neved a te hatalmadért. Ki ne félne tőled, nemzete királya? Bizony, ti a tisztelet, mert a nemzetek minden bölcse közt, és azok minden országában sincs hozzád hasonló. Mind egyig balgatagok és bolondok, hiába valóságra tanít, fa az. Tárzizból hozott lapított ezüst, és ofírból való arany, az ácsnak és az ötvös kezének munkája. Öltözetük kék és piros bíbor, mesterek munkája valahány. De az Úr igaz Isten, élő istenő és örökké való király. Az ő haragja előtt reszket a föld, és a nemzetek nem szenvedhetik el az ő felindulását. Mondjátok meg hát nekik, az Istenek, akik az eget és a földet nem alkották, el fognak vesznie földről és az ég alól. Ő teremtette a földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcsességével, és ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével. Szavára vízzúgás támad az égben, és felhők emelkednek fel a föld határairól villámlásokat készít az esőnek, és kihozza a szelet az ő rejtek helyéből. Minden ember bolondá lett, tudomány nélkül, minden ötvös megszégyenül az ő öntött képével, mert hazugság az ő öntése, és nincsen azokban szellem. Hiába valók azok, nevetségre való munka, elvesznek az ő megfenyittetésük idején. Nem ilyen a Jákob része, mint ezek, mert a mindenség alkotója ő, és Izrael az ő örökségének pálcája, seregek ura az ő neve. Gyűjtsd össze a földről a te áruidat, aki erősített városban lakozol, mert ezt mondja az Úr. Íme, én elvetem ezúttal e föld lakosait, és megsanyargatom őket, hogy megtaláljanak. Jaj, nekem az én romlásom miatt. Gyógyíthatatlan az én sebem. De azt mondom mégis. Bizony ilyen az én vereségem, és szenvedem azt. Sátorom elpusztítatott, köteleim mind elszakadoztak, fiaim elszakadtak tőlem, és oda vannak ők. Nincs többé, aki kifeszítse sátoromat, és felvonja kárpítjaimat, mert oktalanok voltak a pásztorok, és nem keresték az urat. Ezért nem lettek szerencsések ki, és minden nyájuk szétszóratott. A hír hangja íme megjött, és nagy zúgás kél észak felől, hogy pusztává tegyék Júdának városait és sakálok tanyájává. Tudom, uram, hogy az embernek nincs hatalmában az ő útja, és egyetlen járókelő sem teheti, hogy irányozza a maga lépését. Fenyíts meg engem, Uram! De mértékkel, nem haragodban, hogy szét ne morzsolj engem. Öntsd ki haragodat ama nemzetekre, amelyek nem ismernek téged, és ama nemzetségekre, amelyek nem hívják segítségül a te nevedet, mert megették Jákobot, bizony megették őt, és elemésztették őt, és lakóhelyét elpusztították. 11. rész Az a beszéd, amelyet az Úr beszélt Jeremiásnak mondván. Halljátok meg a e szövetség igéit, és beszéljétek el Júda férfiainak és Jeruzsálem lakosainak. Ezt mondjad azért nekik. Így szól az Úr, Izraelnek Istene. Átkozott mindenki, aki meg nem hallja e szövetségnek igéit, Amelyet akkor parancsoltam a ti atyáitoknak, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről, a vaskemencéből, mondván, halljátok meg az én szómat, és cselekedjétek mindazokat, amiket én parancsolok nektek, és népemé lesztek, én pedig istenetekké leszek nektek. Hogy beteljesítsem az esküvést, amellyel megesküdtem a ti atyáitoknak, hogy nekik adom a tejjel és mézzel folyó földet, amint most van ez. És felelék, és mondám, Ámen, Uram! És mondta az Úr nekem, Kiálds mindez igéket Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin mondván. Halljátok-e szövetség igéit, és cselekedjétek azokat. Mert kérve kértem a ti atyáitokat, amikor felhoztam őket Egyiptom földjéről, minden napig, szüntelenül kérvén és mondván, halljátok meg az én szómat. De nem hallották. Még fülüket sem hajtották arra, hanem ment ki, -ki az ő gonosz szívének hamisága után, és rájuk szabtam e szövetségnek minden igéjét, amelyeket azért parancsoltam, hogy megcselekedjék, de nem cselekedték és mond az Úr nekem, Pártütés van a Júda férfiai és Jeruzsálem lakosai között. Visszatértek az ő atyáiknak előbbi bűneire, akik nem akarták hallani az én igémet, és ők maguk is idegen istenek után járnak, hogy azoknak szolgáljanak. Izrael háza és Júda háza megszekte az én szövetségemet, amelyet az ő atyáikkal kötöttem. Azért, ezt mondja az Úr, íme, én veszedelmet hozok reáljuk, amelyből ki nem menekülhetnek, és kiáltanak majd én hozzám, de nem hallgatom meg őket. És elmennek Júda városai és Jeruzsálem lakosai, és kiáltanak az Istenekhez, akiknek ők áldozni szoktak de azok nem oltalmazzák meg őket az ő nyomorúságuk idején. Mert városaidnak száma szerint voltak neked isteneid, ó Júda, és Jeruzsálem utcáinak száma szerint készítettétek a gyalázatnak oltárait, az oltárokat, hogy áldozzatok a baálnak. Te azért ne esdekelje népért, és egy kiáltó és esdeklő szót se ejts értük, mert én meg nem hallgatom őket, mikor kiáltanak majd hozzám az ő nyomorúságuk miatt. Miköze az én kedveltemnek az én házamhoz? Te mérdek istentelenséget cselekedtél. A szent húst abba hagytad. Mikor gonoszságban vagy, akkor örvendezel lombos, szép, formás, gyümölcsű olajfa nevet adott neked az Úr. Nagy vihar morajánál tüze gyújta rajta, és leromlottak az ágai. A seregek ura, aki plántált téged, rosszat végzett felőled Izrael házának és Júda házának rosszasága miatt, amit elkövettek magukban, hogy engemet haragra ingereljenek áldozván a baálnak. Az Úr tudtulatta nekem, és én tudtam, te láttattad meg velem az ő cselekedeteiket is. Én pedig olyan valék, mint a mészárszékre hurcolt szelíd bárány, és nem tudtam, hogy terveket szőttek ellenem, mondván, pusztítsuk ele fát gyümölcsével együtt, írtsuk ki ezt az élők földjéből, hogy még a nevét se emlegessék többé. És ó, seregek ura, igaz bíró, veséknek és szívnek vizsgálója, hadd lássam a te bosszúállásodat rajtuk, mert neked jelentettem meg az én ügyemet. Azért ezt mondja az Úr az anatódbeli embereknek, akik életedre törnek, és ezt mondják, ne profétálj az Úr nevében, hogy meg ne haj a mi kezünk által, Azért ezt mondja a seregek ura? Íme én megfenyítem őket, az ifjak fegyver által halnak meg, fiaik és leányaik pedig meghalnak éhen. És senki sem marad meg közülük, hogyha veszedelmet hozok az anatódbeli emberekre az ő büntetésük esztendejét. 12. rész Igaz vagy, uram, hogyha perlek is veled. Éppen azért hadd beszélhessek veled peres kérdésekről. Miért szerencsés az istentelenek útja? Miért vannak békességben minnyájan a hűtlenkedők? Beplántálod őket, meg is gyökereznek, felnevekednek, gyümölcsöt is teremnek. Közel vagy te az ő szájukhoz, de távol vagy az ő szívüktől. Engem pedig ismersz, te uram, látsz engem, és megvizsgáltad irántad való érzésemet. Szakítsd külön őket, mint a mészárszékre való juhokat, és készítsd őket a megölésnek napjára. Meddig gyászoljon a föld, és meddig száradjon el minden fű a mezőn? A benne lakó gonoszsága miatt pusztul el barom és madár, mert azt mondják, nem látja meg a mi végünket. Hogyha gyalogokkal futsz, és elfárasztanak téged, mi módon versenyezhetnél a lovakkal? És ha csak békességes földön vagy bátorságban, ugyan mit cselekednél a Jordán hullámai között? Bizony, még a te atyád fiai és a te atyádnak háznépe is, ők is hűtlenül bántak veled, ők is tele torokkal kiabáltak utánad. Ne higgy nekik, még ha szépen beszélgetnek is veled. Elhagytam házamat, ellöktem örökségemet, ellenségének kezébe adtam azt, akit lelkem szeret. Az én örökségem olyan lett hozzám, mint az oroszlán az erdőben. Ordítva támad ellenem, ezért gyűlölöm őt. Tarkamodál-e az én örökségem nekem? Nem gyűlnek-e ellene madarak mindenfelől? Jöjjetek! Seregeljetek össze, mind ti mezei vadak, siessetek az evésre. Sok pásztor pusztította az én szőlőmet, taposta az én osztályrészemet, az én drága örökségemet sivatag pusztává tették. Pusztává tették, felém sír, mint puszta. Elpusztítatik az egész föld, mert nincs senki, aki eszére térjen. A pusztában levő minden magaslatra pusztítók érkeznek, mert az Úr fegyvere emészt a Föld egyik szélétől a Föld másik széléig. Senkinek sem lesz békessége. Búzát vetettek, és tövist aratnak. Fáradnak, de nem boldogulnak, és szégyent vallotok a ti jövedelmetekkel az Úr haragjának búsulása miatt. Ezt mondja az Úr minden ilyen gonosz szomszédom felől, akik hozzányúlnak az én örökségemhez, amelyet örökségül adtam az én népemnek, Izraelnek. Íme, én kigyomlálom őket az ő földjükből, és Júdaházát is kigyomlálom közülük. És azután, ha majd kigyomlálom őket, ismét könyörülök rajtuk, és visszahozom őket kit-kit az ő örökségébe, és kit-kit az ő földjére. És ha megtanulják az én népemnek utait, és az én nevemre esküsznek így módon, él az Úr, amint megtanították népemet megesküdni a Baárra, akkor felépülnek majd népem között. Ha pedig nem hallgatnak meg, akkor bizony kigyomlálom azt a népet, és elvesztem. Azt mondja az Úr. Tizenharmadik rész Ezt mondá az Úr nekem. Menj el és vásárolj magadnak lenövet, és illeszd azt a derekadra, de vízbe ne vidd be azt és megvásároltam az övet, amint az úr rendelte vala, és derekamra illesztettem. És másodszor szól vala az úr hozzám mondván, vedd az övet, amelyet vásároltál, amely a derekadon van, és kelj fel, és menj az eufráteszhez, és rejtsd el azt ott a kőszikla hasadékában. És elmentem, és elrejtettem azt az eufrátesznél, amint megparancsolta nekem az úr. Sok nap múlva pedig újra mondta nekem az Úr, Kelj fel, menj az Eufráteszhez, és vedd el onnan az övet, amely felől parancsoltam, hogy ott rejtsd el. És elmenék az Eufráteszhez, és kiásám, és kivevém arról a helyről az övet, ahová elrejtettem azt, és íme az őv rothat volt. Egészen haszna vehetetlen. És szól az Úr nekem mondván. Ezt mondja az Úr. Így rothasztom meg a Júda kevéségét és a nagy Jeruzsálem kevéségét. Ez a gonosz nép, amely nem akar hallgatni az én beszédeimre, amely a maga szívének hamisságában jár, és jár idegen Istenek után, hogy azoknak szolgáljon és azokat imádja, olyanná lesz majd, mint ez az őv, amely egészen haszna vehetetlen mert amiként derekára kapcsolja a férfi az övet. Akként kapcsoltam magamhoz Izraelnek egész házát, és Júdának egész házát. Azt mondja az Úr, hogy legyenek az én népemmé, az én nevemre, dicséretemre és tisztességemre. De nem engedelmeskedtek. Ilyen szókkal szója azért nekik, ezt mondja az Úr Izraelnek Istene. Minden tömlőt meg kell tölteni borral. És azt mondják neked, avagy nem tudjuk-e jól, hogy minden tömlőt borral kell megtölteni? Te pedig azt mond nekik, ezt mondja az Úr: íme betöltöme földnek minden lakosát, és a királyokat, akik Dávid trónján ülnek, és a papokat, a profétákat, és Jeruzsálemnek minden lakosát részegséggel és összeütöm őket, egyiket a másikhoz, az atyákat és a fiakat együtt, azt mondja az Úr, nem kegyelmezek meg, és nem kedvezek, és nem leszek irgalmas, hogy elneveszítsem őket. Hallgassatok, és figyelmezzetek. Ne fuvalkodjatok fel, mert az Úr szólott. Dicsőítsétek az Urat, a ti isteneteket, mielőtt sötétséget szerezne, és mielőtt megütnétek lábaitokat a sötét hegyekben. Mert világosságot vártok, és halál árnyékává változtatja azt, és sűrű homályjá fordítja. Ha pedig nem hallgatjátok ezt, sírni fog az én lelkem a rejtek helyeken a ti kevésségetek miatt, és zokogva zokog, a szemem pedig könnyeket hullat, mert az úr fogságba vitetik. Mondd meg a királynak és a királyné asszonynak. Alázzátok meg magatokat, és üljetek veszteg, mert leesik fejetekről a ti dicsőségetek koronája. A délfelől való városok bezároltatnak, és nem lesz, aki megnyissa azokat. Fogságra vitetik Júda egészen, fogságra vitetik mindenestül. Emeljétek fel szemeiteket, és nézzétek azokat, akik Északról jönnek. Hol van a nyáj, amely neked adatott, a te dicsőségednek júnyája? Mit mondasz, hogyha megfenyít téged? Hiszen te oktattad őket magad ellen, fejedelmekké tetted fejeden, a fájdalmak nem környékeznek-e meg téged, mint a szülőasszonyt? És ha azt mondod a te szívedben, miért következnének ezek reám? A te hamisságot sokaságáért takartatik fel a te ruhád, és lesznek ki a te sarkaid. Elváltoztathatja-e bőrét a szerecsen, és a párduc az ő foltosságát? Úgy ti is cselekedhettek jót, akik megszoktátok a gonoszt. Azért szétszórom őket, amint hányja veti a pozdorját a pusztának szele. Ez a te sorsod, a te kimért részed én tőlem, ezt mondja az Úr, aki elfelejtkeztél én rólam, és hittél a hazugságnak. Azért én is arcodra borítom fel a te ruhádat, hogy látható legyen a te gyalázatod a te paráznaságaidat és nyihogásaidat, bujálkodásodnak undokságát, a halmokon, a mezőn, láttam a te utálatosságaidat. Jaj neked, Jeruzsálem! Nem leszel tiszta ezután sem? Meddig még? 14. rész Az urnak szava, amit Jeremiásnak szólott a szárasság felől. Gyászol Júda, és kapui roskadoznak, szomorkodnak a földön, és Jeruzsálem kiáltása felszáll. Fejedelmeik is kiküldik gyermekeiket vízért, elmennek a kutakig, nem találnak vizet. Visszatérnek üres edényekkel. Szégyenkeznek és pironkodnak, és befedik fejüket. A föld miatt, amely retteg mert nem eset eső a földön, szégyenkeznek a szántóvetők és befedik fejüket. Még a szarvas üsző is megeldik a mezőn, és ott hagyja fiát, mert nincsen fű. A szamarak pedig a sziklákhoz állanak, levegő után kapkodnak, mint a tengeri szörnyek, szemeik eltikkadnak, mert nincsen fű. Ha bűneink ellenünk tanúskodnak, Cselekedjél, Uram, a te nevedért, mert te mérdek a mi törvényszegésünk, védkeztünk ellened. Izrael reménysége, megszabadítója a nyomorúság idején. Miért vagy a -e Földön úgy, mint valami jövevény, és mint valami utas, aki éjjeli szállásra tér be? Miért vagy olyan, mint a megriasztott férfi, mint a vitéz, aki nem tud segíteni? hiszen te közöttünk vagy, Uram, és mi a te nevedről neveztetünk. Ne hagyj el minket! Ezt mondja az Úr enépnek. népnek. Úgy szerettek ide-oda futkározni, lábaikat meg nem tartóztatták. Azért az Úr nem kedvelte őket. Most megemlékezik az ő bűnükről, és védkeikért megfenyíti őket és mondd nekem az Úr, ne könyörögjen népért az ő javára. Mikor böjtölnek, én meg nem hallgatom kiáltozásukat, és ha égő áldozatot vagy étel áldozatot készítenek, nem lesznek kedvesek előttem, sőt, fegyverrel, éjséggel és döghalállal írtom ki őket. És mondék, ha, visten, Hiszen a próféták mondják vala nekik, fegyvert nem láttok, ésség nem lesz rajtatok, sőt állandó békességet adok nektek ezen a helyen. És mondta az úr nekem. Hazugságot profétálnak a proféták az én nevemben, nem küldtem őket, nem parancsoltam nekik, nem is beszéltem velük. Hazug látomást, varázslást, hiába valóságot és szívbeli családságot jövendőlnek nektek. Azért ezt mondja az Úr a proféták felől, akik az én nevemben profétálnak, holott én nem küldtem őket, és mégis azt mondják, fegyver és éjség nem lesz a -e földön? Fegyver és éjség miatt vesznek el azok a proféták. A nép pedig, amelynek ők profétálnak, ott hever majd Jeruzsálem utcáin az éjség és a fegyver miatt, és nem lesz, aki eltemesse őket. Őket és feleségeiket, fiaikat és leányaikat. Így zúdítom rájuk gonoszságukat. Azért e szavakat mondjad nekik. Szemeim könnyeket hullatnak éjjel és nappal, és nem szűnnek meg, mert nagy rontással rontatott meg a szűz, az én népemnek leánya, igen fájdalmas vereséggel. Ha kimegyek a mezőre, hát íme fegyver által levágottak. Ha bemegyek a városba, hát íme éjség miatt elepettek vannak ott. Bizony, proféta is, pap is olyan földre költöznek, amelyet nem ismernek. Egészen elvetette e Júdát, avagy a Siont utálja-e lelked? Miért vertél úgy meg, hogy semmi orvosságunk se legyen? Békességet vártunk, de nincs semmi jó. És gyógyulásnak idejét, de íme itt van a rettegés. Ismerjük, Uram, a mi gonoszságainkat, atyáink bűnét, bizony védkeztünk ellened. Nevesd meg a te nevedért, ne gyalázd meg, a te dicsőségednek székét. Emlékezzél, ne roncsd meg a te velünk való szövetségedet. Vannak-e a pogányok bálványai között, akik esőt adhatnak? És ad-e záporokat az ég? Avagy nem te vagy-e, ami urunk Istenünk, és nem benned kell-e bíznunk, hiszen te cselekedted mindezt. 15. rész És mond az Úr nekem, ha Mózes és Sámuel állanának is előttem, nem hajolna lelkeme néphez, Küld ki az orcám elől, hadd menjenek. Ha pedig ezt mondják neked, hova menjünk? Ezt mondjad nekik, így szól az Úr, aki halálra való, halálra. Aki fegyverre való, fegyverre. Aki ésségre való, ésségre, és aki fogságra való, fogságra. Mert négy fél évvel támadok reájuk, ezt mondja az Úr. Fegyverrel, hogy gyilkoljon. Kutyákkal, hogy tépjenek. Az ég madaraival és a mezei vadakkal, hogy egyenek és pusztítsanak. Bújdosokká teszem őket a e földnek minden országában Manasszéért, Ezékiásnak, Júda királyának fiáért, azok miatt, amiket ő Jeruzsálemben cselekedett. Mert ki könyörül meg rajtad, Jeruzsálem, és ki meg téged, és kimozdul meg, hogy kérdezze, jól vagy-e? Te elhagytál engem, azt mondja az Úr, másfelé jártál, azért kinyújtom kezemet ellened, és elvesztelek téged, belefáradtam a szánakozásba. Elszórom őket szórólapáttal a földnek kapuiban. Gyermektelenné teszem, elvesztem az én népemet, nem tértek vissza utaikról. Özvegyei számosabbak lesznek a tenger fövenyénél. Pusztítót viszek reájuk, az ifjúság anyjára délben, Bocsátok reálja nagy hirtelen észvesztést és rettentéseket. Elsenyved, aki hét fiút szül, ki kileheli lelkét. Lehanyatlik az ő napja, mikor még nappal volna. Megszégyenül és pironkodik. A maradékaikat pedig fegyverre vetem az ő ellenségeik előtt, azt mondja az úr. Jaj nekem, anyám! Mert versengés férfiává és az egész föld ellen perlekedő férfiúvá szültél engemet. Nem adtam kölcsönt, és nekem sem adtak kölcsönt, mégis minnyájan szidalmaznak engem. Monda az Úr, avagy nem jóra tartalak-e meg téged? Avagy nem azt teszem -e, hogy ellenséged a baj idején és nyomorúság idején kérni fog téged? Vajon eltöri-e a vas az északi vasat és rezet. Vagyonodat és kincseidet rablónak adom, nem pénzért, hanem a te mindenféle védkedért minden határodban. És elvitetlek ellenségeiddel olyan földre, amelyet nem ismersz, mert haragomnak tüze felgerjedt, lángra gyúlt ellenetek. Te tudod, Uram, Emlékezzél meg rólam, és tekints reám, és állj bosszút értem üldözőimen. A te haragodnak halogatásaival ne éjts el engem, tudd meg, hogy érted szenvedek gyalázatot. Ha szavaidat hallatod, én élveztem azokat. A te szavaid örömömre váltak nekem, és szívemnek vigasságára, mert a te nevedről neveztetem, ó Uram, Seregeknek Istene. Nem ültem a nevedgélők gyülekezetében, és nem újongtam velük. A te hatalmad miatt egyedül ültem, mert bosszúsággal töltöttél el engem. Miért lett szüntelenné az én fájdalmam, és halálossá, gyógyíthatatlanná az én sebem? Olyanná lettél nekem, mint a bizonytalan vízű csalóka patak. Azért ezt mondja az Úr. Ha megtérsz, én is visszatérítelek téged. Előttem állasz, és ha elválasztod a jót a hitványtól, olyanná leszel, mint az én szájam. Ők térjenek meg te hozzád, de te ne térj ő hozzájuk. És en nép ellen erős ércbástyává teszlek téged, és viaskodnak ellened, de nem győzhetnek meg téged, mert én veled vagyok, hogy megvédjelek, és megszabadítsalak téged, azt mondja az Úr. És megszabadítalak téged a gonoszok kezeiből, és kimentelek téged a hatalmaskodók markából. 16. rész majd szóla az úr nekem mondván, ne védj magadnak feleséget, és ne legyenek neked fiaid és leányaid ezen a helyen. Mert ezt mondja az úr a fiak felől és a leányok felől, akik ezen a helyen születnek, és anyjaik felől, akik szülik őket, és atyaik felől, akik nemzették őket a földön. Keserves halállal halnak meg, nem sirattatnak el, és el sem temettetnek. Ganéjá lesznek a földszínén, és fegyver és ésség miatt pusztulnak el, és az ő holtestük az ég madarainak és a mezei vadaknak lesznek eledelül. Mert ezt mondja az Úr, ne menj be gyászolóházba, se sírni ne menj, se ne vigasztald őket, mert megvontam e néptől az én békességemet, azt mondja az Úr, az irgalmasságot és kegyelmet. És ha meghalnak, nagyok és kicsinyek a -e földön, el sem temetik, meg sem siratják őket, sem össze nem metélik magukat, sem hajukat ki nem tépik őértük. Kenyeret sem törnek nekik a gyászoláskor, hogy vígasztalják őket a meghaltért, a vígasztalás poharával sem itatják őket az ő atyukért és anyjukért. A lakodalmas házba sem menj be, hogy leülj velük enni és inni. Mert azt mondja a seregek ura, Izraelnek istene. Íme, én megszüntetem -e helyen, a ti szemeitek előtt, a ti napjaitokban a vigasságnak szavát és az örömnek szavát, a vőlegénynek szavát és a menyasszonynak szavát. És hogyha tudtára adom-e népnek minden határozatokat, és ezt mondják neked, miért határozta az Úr ellenünk mindezt, a nagy gonoszt, és micsoda a mi bűnünk, és micsoda a mi vétkünk, amelyel vétkeztünk az Úr ellen, a mi Istenünk ellen, akkor ezt mond nekik. Azért, mert elhagytak engem a ti atyáitok, azt mondja az Úr, és idegen Istenek után jártak, és azoknak szolgáltak, és azokat imádták, engem pedig elhagytak, és az én törvényemet meg nem tartották. És ti gonoszabbul cselekedtetek, mint atyáitok. Mert íme, ti minnyájan a ti gonosz szívetek havisságát követitek, nem hallgatva rám. Azért kivetlek titeket a e földből arra a földre, amelyet sem ti nem ismertek, sem a ti atyáitok, és ott szolgáltok majd idegen isteneknek nappal és éjjel, mivel hogy nem könyörülök rajtatok. Azért íme, eljönnek a napok, ezt mondja az Úr, amikor nem mondják többé, él az Úr, aki felhozta Izrael fiait Egyiptom földjéről. Hanem ezt él az Úr, aki felhozta Izrael fiait Északnak földjéről, és mindam a ma földekről, amelyekbe elszórta őket. Mert visszaviszem őket az ő földjükre amelyet az ő atyáiknak adtam. Íme, én sok halász után küldök, ezt mondja az Úr, hogy halásszák ki őket, azután pedig elküldök sok vadász után, hogy vadásszák ki őket minden hegyből, minden halomból és a sziklák hasadékaiból is. Mert szemmel tartom minden útjukat. Nem rejtőzhettek el orcám elől, és nincsen elfeledve az ő bűnük szemeim előtt. Előbb azonban megfizetek nekik az ő bűneikért és védkeikért kétszeresen, mert megszentségtelenítették az én földemet az ő utálatosságaiknak holtestével, és betöltötték az én örökségemet az ő fertelmességeikkel. Ó Uram, én erősségem! Én bástyám, és én menedékem a nyomorúság idején. Hozzád jönnek majd a nemzetek a föld határairól, és ezt mondják: Bizony hamis isteneket bírtak a mi atyáink, és hiába valókat, mert nincs köztük segíteni tudó. Csinálhat-e az ember magának isteneket, hiszen azok nem istenek. Azért íme, megismertetem velük ezúttal, megismertetem velük az én kezemet és hatalmamat, és megtudják, hogy az Úr az én nevem. Tizenhetedik rész A vétke vastollal, gyémánt hegyel van felírva, fel van vésve szívük táblájára, és oltáraik szarvaira. Mivel, hogy megemlékeznek fiaik az ő oltáraikról, a serabálványaikról a zöld fák mellett és a magas halmokon. Ó, én hegyem a síkon! Vagyonodat, minden kincsedet prédává teszem a te magaslataidért, minden határodban való védkeidért. És elszakítatól, és pedig magad által, a te örökségedtől, amelyet én adtam neked. És szolgáltatni fogom veled a te ellenségeidet olyan földön, amelyet nem ismersz. Mert tűzre lobbantottátok haragomat, örökké égni fog. Ezt mondja az Úr. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik. És testbe helyezi erejét, az úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Mert olyannál lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárasságban lakik a sivatagban a sovány és lakhatatlan földön. Áldott az a férfi, aki az úrban bízik, és akinek bizodalma az úr, mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsájtja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerhetné azt. Én az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek kinek az ő utai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint. Mint a fogói madár, amely fiakat gyűjt, amelyeket nem ő költött, olyan, aki gazdagságot gyűjt, de nem igazán, az ő napjainak felén elhagyja azt a halálakor pedig bolondá lesz. Ó, dicsőség tronja, kezdettől fogva magasságos, szentségünknek helye, Izraelnek reménysége, ó, Uram, akik elhagynak téged, mind megszégyenülnek. Akik elpártolnak tőlem, a porba iratnak be, mert elhagyták az élővizeknek vizeknek kútfejét az urat. Gyógyíts meg engem, uram, hogy meggyógyuljak. Szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert te vagy az én dicsekedésem. Íme ők azt mondják nekem, hol van az úr szózata, most jöjjön el. De én nem siettem elhagyni a te utaidnak követését, sem gonosz napot nem kívántam. Te tudod? Ami ajkamon jött ki, nyilvánvaló volt előtted. Ne légy nekem rettentésemre. Reménységem vagy te a háborúság napján. Szégyenüljenek meg, akik üldöznek engem, de ne én szégyenüljek meg. Ők rettegjenek, és ne én rettegjek. Hozreáljuk háborúság napját, és kétszeres zúzással zúzd össze őket. Ezt mondá nekem az Úr. Menj, és állj meg a népfiainak kapujában, amelyen bemennek, és amelyen kijönnek Júdának királyai, és Jeruzsálemnek is minden kapujában, és ezt mond nekik. Halljátok meg az Úrnak szavát, Júdának királyai, és egész Júda és Jeruzsálemnek minden lakosa, akik bejártok-e kapukon. Ezt mondja az Úr. Vigyázzatok a ti lelketekre, és ne hordjatok terhet szombatnapon, se Jeruzsálem kapuin be ne vigyetek. Házaitokból se vigyetek ki terhet szombatnapon, és semmi munkát ne végezzetek, hanem szenteljétek meg a szombatnapot, úgy, amint atyáitoknak megparancsoltam. De ők nem hallgattak, és fülüket sem hajtották rá, hanem megkeményítették nyakukat, hogy ne halljanak, és az oktatást benevehessék. Pedig ha szívesen hallgattok rám, ezt mondja az Úr, és nem visztek be terhete város kapuin szombatnapon, és megszentelitek a szombatnapot, úgyhogy semmi dolgot nem végeztek azon, akkor e város kapuin királyok és fejedelmek fognak bevonulni, akik a Dávid székén ülnek, szekereken és lovakon járnak, mind maguk, mind fejedelmeik, Júdának férfiai és Jeruzsálemnek lakosai, és e városban lakni fognak mindörökké és bejőnek Júda városaiból, Jeruzsálem környékéről, Benyámin földjéről, a Lapájról, a helyről és délfelől, hozván égő áldozatot, véres áldozatot, étel áldozatot és tömjént, és hozván hála áldozatot az Úrnak házába. Ha pedig nem hallgattok rám, hogy megszenteljétek a szombatnapot, és hogy ne hordjatok terhet, és ne jöjjetek be Jeruzsálem kapuin szombatnapon, tüzet gerjeztek az ő kapuiban, és megemészti Jeruzsálem palotáit, és nem lesz eloltható. 18. rész Az a beszéd, amelyet az Úr beszélt Jeremiásnak mondván. Kelj fel, és menj le a fazekasnak házába, és ott közlöm veled az én beszédeimet. Lementem azért a fazekas házába, és íme ő edényt készít vala a korongon. És elromlott az edény, amelyet ő készített, és amely, mint agyag volt a fazekas kezében, és azonnal más edényt készített belőle, amint a fazekas jobbnak látta megkészíteni. És szól az úr nekem mondván. Vajon nem cselekedhetem-e veletek úgy, mint ez a fazekas, ó Izrael háza? Ezt mondja az Úr. Íme, mint az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, ó Izrael háza. Hogyha szólok egy nép ellen és ország ellen, hogy kigyomlálom, megrontom és elvesztem, de megtér az a nép az ő gonoszságából, amely ellen szólottam, én is megbánom a gonoszt, amelyet rajta véghez vinni gondoltam. És hogyha szólok a nép felől és ország felől, hogy felépítem, beültetem, de a gonoszt cselekszi előttem, és nem hallgat az én szómra, akkor megbánom a jót, amelyel vele jót tenni akartam. Most azért beszélj csak a Júda férfiaival és Jeruzsálem lakosaival mondván, ezt mondja az Úr. Íme, én veszedelmet készítek ellenetek, és tervet tervezek ellenetek. Nosza, térjetek meg, kiki -ki a maga gonosz útjáról, és jobbítsátok meg utaitokat és cselekedeteiteket. Ők pedig azt mondják, hajd el, mert mi a magunk gondolatai után megyünk, és minnyáján a mi gonosz szívünk hamiságát cselekesszük. Azért ezt mondja az Úr. Kérdezzétek csak meg a népeket, kicsoda hallott vala ilyeneket? Igen, utálatosan cselekedett Izrael leánya. Elhagyja-e a mezőség szikláját a Libanon hava? Vajon kiszáríthatók-e a felfakadó, csörgedező, hullámzó vizek? Ám az én népem elfeledkezett rólam, a hiába valónak áldozik. Elcsábították őket az ő utaikról, az ős régi nyomról, hogy ösvényeken, járatlan úton járjanak. Hogy pusztaságá tegyen földjüket, örökös csúfságá, hogy aki átmegy rajta, elálmélkodjék és fejét csóválja mint keleti szél szórom szét őket az ellenség előtt, háttal és nem arccal nézek rájuk az ő pusztulásuk napján. Ők pedig mondák, gyertek, és tervezzünk terveket Jeremiás ellen, mert nem vész el a törvény a paptól, sem a tanács a bölcstől, sem az ige a profétától. Gyertek el, és verjük meg őt nyelvvel, és ne hallgassunk egy szavára sem figyelmez reám, uram, és az én pereseimnek szavát is hald meg. Hát rosszal fizetnek-e a jóért, hogy ők vermetásnak nekem? Emlékezzél! Előtted áltam, hogy javukra beszéljek, hogy elfordítsam róluk haragodat. Azért juttast fiaikat ésségre, és hányd őket fegyverhegyére, hogy legyenek az ő asszonyaik magtalanokká és özvegyekké, férjeik pedig legyenek halálmartalékává, ifjaikat fegyver verje le a harcon. Kiáltás hallattassék házaikból, mikor sereggel törsz hirtelen, mert vermetástak, hogy elfogjanak engem, és törtvetettek lábaimnak. Te pedig, Uram, Tudod minden ellenem való gyilkos szándékukat. Ne kegyelmez meg bűneik miatt, és ne töröld ki védkeiket orcád elől, hanem veszni valók legyenek előtted, a te haragod idején bánj velük. 19. rész Ezt mondja az Úr, menj el, és végy egy cserépkorsót a fazekastól. És némelyekkel a népvénei közül és a papok vénei közül menj el a Benhinnon völgyébe, amely a fazekasok kapujának bejáratánál van, és kiásdott azokat a szavakat, amelyeket én szólok neked. És ezt mondjad: Halljátok meg az Úr szavát, Júda királyai és Jeruzsálem lakosai! Ezt mondja a seregek ura, Izrael Istene. Íme! én veszedelmet hozok e helyre, úgy, hogy aki csak hallja, megcsendül bele a füle. Azért, mert elhagytak engem, és idegenné tették e helyet, és idegen isteneknek áldoztak benne, akiket sem ők nem ismertek, sem atyáik, sem Júda királyai, és eltöltötték-e helyet ártatlan vérrel és magaslatokat építettek a Baálnak, hogy megégessék fiaikat a tűzben. Égő áldozatul a Baálnak. Amit én nem parancsoltam, sem nem rendeltem, és amire nem is gondoltam. Azért íme eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és e hely nem neveztetik többé Tófetnek, sem Ben Hinnom völgyének, hanem Öldöklés völgyének. És eszét vesztem e helyen Júdának és Jeruzsálemnek, és fegyverrel ejtem el őket ellenségeik előtt és az életükre törőknek kezével, holtesteiket pedig az ég madarainak, és a mezei vadaknak adom eledelül. És a várost csodává teszem és nevetségé. Aki csak átmegy rajta, álmélkodik és szörnyülködik az ő nagy romlásán. És megétetem velük az ő fiaik husát, és leányaik husát, és megeszi kiki -ki az ő barátjának husát a megszállás alatt, és a veszedelem alatt, amelyel megszorongatják őket ellenségeik, és akik keresik az ő lelküket. Azután törd el a korsót azok szeme láttára, akik elmennek veled, és ezt mond nekik. Ezt mondja a seregek ura. Így töröm össze e népet és e várost, amint összetörhető egy cserépedény, amely többé meg sem építhető, és túfetben temettetnek el, mert nem lesz más hely a temetkezésre. Így cselekszem a -e helyjel és ennek lakosaival, azt mondja az Úr, és olyanná teszem e várost, amilyen tófet. És Jeruzsálem házai, és Júda királyainak házai undokokká lesznek, mint a tófet helye. azok a házak, amelyeknek tetején az ég egész seregének áldoztak, és italáldozatokat vittek az idegen isteneknek azután hazajöve Jeremiás Tófedből, ahová az úr küldte őt profétálni, megállt az úrházának pitvarában, és szól az egész népnek. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Íme én ráhozom-e városra, és ennek minden városára mindam a veszedelmet, amelyről szólottam ő ellene, mert megkeményítették nyakukat, hogy ne hallják az én beszédeimet. 20. rész És hallá a pap, az immár fia, ő pedig fejedelem volt az úrházában, Jeremiást, amint szókat prófétája vala, és megcsapdosá passúr Jeremiást a profétát, és bevetette őt a tömlőcbe, amely a Benyámin felső kapujában vala az úrháza mellett és lőn másnap, hogy kivevé passúr Jeremiást a tömlőcből, és mondta neki Jeremiás. Nem passúrnak nevezett téged az úr, hanem mágor misábibnak, mert ezt mondja az úr. Íme, én félelembe téged, és minden barátodat, és elhullanak az ő ellenségeik fegyvere által a szemeid láttára. Az egész Júdát pedig odaadom a babiloni király kezébe, és elviszi őket Babilonba, és fegyverrel vágják le őket. És odaadom e városnak minden vagyonát, és minden keresményét, és minden drágaságát, és Júda királyainak minden kincsét odaadom az ő ellenségeik kezébe, és elrabolják, elhurcolják, és Babilonba viszik azokat. Te pedig, passúr, és a te házadnak minden lakosa, rabságba mentek, és Babilonba jutsz, és ott halsz meg, és ott temettetel el, te és minden barátod, akinek hamisan profétáltál. Rávettél, Uram, engem, és rávetettem. Megragadtál engem, és legyőztél. Nevetségessé lettem minden időre, mindenki csúfol engemet. Mert ahányszor csak szólok, kiáltozom, így kiáltok. Erőszak és romlás, mert az Úr szava mindenkori gyalázatomra és csúfságomra lett nekem. Azért azt mondom, nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok. De, mintha égő tűz volna szívemben, az én csontjaimban rekesztetve, és erőlködöm, hogy elviseljem azt, de nem tehetem. Mert hallom sokak rágalmazását, a mindenfelől való fenyegetést. Jelentsétek fel, és ezt mi is feljelentjük. Mindazok is, akik barátaim, az én tántorodásomra figyelmeznek mondván, talán megbotlik és megfoghatjuk őt, és bosszút állhatunk rajta. De az Úr velem van, mint hatalmas hős. Azért elesnek az én kergetőim, és nem bírnak velem igen megszégyenülnek, mert nem okosan cselekszenek. Örökké való gyalázat lesz rajtuk, és felejthetetlen. Azért, ó seregeknek ura, aki megpróbálod az igazat, látod a veséket és a szíveket, hadd lássam a te büntetésedet ő rajtuk, mert Neked jelentettem meg az én ügyemet. Énekeljetek az úrnak, dicsérjétek az urat, mert a szegénynek lelkét megszabadítja a gonoszok kezéből. Átkozott az a nap, amelyen születtem. Az a nap, amelyen anyám szült engem, ne legyen áldott. Átkozott ember az, aki örömhírt vitt az én atyámnak mondván, fiú magzatot született neked, igen megörvendeztetvén őt. És legyen az az ember olyan, mint azok a városok, amelyeket elvesztett az úr, és meg nem bánta, és halljon reggel kiáltozást és harci riadót délben. Hogy nem ölt meg engem az én anyám méhében, hogy az én anyám nekem koporsom lett volna, és méhe sohasem szült volna? Miért is jöttem ki az én anyámnak méhéből, hogy nyomorúságot lássak és bánatot, és hogy napjaim gyalázatba végződjenek? 21. rész. Ez a beszéd, amelyet szól az úr Jeremiásnak, mikor elküldé hozzá Sedékiás király Passúrt, Melkiásnak fiát, és Szofóniást, a Moásiás pap fiát mondván, Kérdezd meg most értünk az urat, mert Nabukononozor, a babiloni király viaskodik ellenünk. Ha cselekszik-e az úr velünk mindenő csodái szerint, hogy elhagyjon minket, és mondja nekik Jeremiás. Ezt mondjátok Sedékiásnak. Így szól az Úr, Izrael Istene. Íme, én elfordítok minden hadiszer számot, amelyek a ti kezeitekben vannak, amelyel ti a babiloni király ellen és a káldeusok ellen viaskodtok, akik kívül a kőfalon ostromolnak titeket, és begyűjtöm őket e városnak közepébe. És én kinyújtott kézzel vívok ellenetek, és nagy erős karral és haraggal, búsulással és nagy felindulással. És megverem e városnak lakosait, mind az embert, mind a barmot, nagy döghalállal halnak meg. És azután, azt mondja az Úr, Sedékiást, a Júda királyát, és az ő szolgáit, és a népet, és akik megmaradtak-e városban a döghaláltól, a fegyvertől és az éjségtől, odaadom Nabukodonozornak, a babiloni királynak kezébe, és az ő ellenségeiknek kezébe, és azoknak kezébe, akik keresik az ő lelküket, és megölik őket éles fegyverrel. Nem kedvez nekik, nem enged, és nem könyörül rajtuk. Azután ezt mondja a népnek. Ezt mondja az Úr. Íme, én előttök adom nektek az élet útját és a halál útját. Aki e városban lakik, fegyver éjség, és dög halál miatt kell meghalnia. Aki pedig kimegy belőle, és a káldeusokhoz megy, akik megostromolnak titeket, él, és az ő lelkét zsákmányul nyeri. Mert orcámat e város veszedelmére fordítottam, és nem megszabadulására, azt mondja az Úr. A babiloni király kezébe adatik, és tűzzel égeti meg azt. Júda királya házának mondd meg: Halljátok meg az Úr szavát! Dávidnak háza ezt mondja az Úr: Hamarsággal tegyetek igazítéletet, a nyomorultat mentsétek meg a nyomorgatónak kezéből, különben az én haragom kitör, mint a tűz, és felgerjed, és nem lesz, aki megoldhassa az ő cselekedeteinek gonossága miatt. Íme, én reátok megyek, te völgy lakója, és síkságnak szírtje, azt mondja az Úr, akik azt mondjátok, kicsoda jön le mi ellenünk, és kicsoda jön be a mi házainkba és a ti cselekedeteiteknek gyümölcse szerint fenyítlek meg titeket, azt mondja az Úr, és tüzet gyújtok az ő erdejében, és körös körül az mindent megemészt. 22. rész Ezt mondja az Úr. Menj alá a Júda királyának házába, és beszéld el ezeket. És ezt mond. Hald meg az úr szavát, Júda királya, aki a Dávid királyi székében ülsz, te és a te szolgáid, és a te néped, akik bejártok-e kapukon. Ezt mondja az úr. Tegyetek ítéletet és igazságot, és mentsétek meg a nyomorultat a nyomorgató kezéből. A jövevényt, árvát és özvegyet pedig ne nyomorgassátok, és rajta ne erőszakoskodjatok, és ártatlan vért e helyen kineoncsatok. Mert ha ezt cselekszitek, akkor királyok mennek be e háznak kapuin, akik a Dávid székében ülnek, szekereken és lovakon menvén ő, az ő szolgái és az ő népe. Ha pedig nem hallgattok e szókra, én magamra esküszöm, azt mondja az úr, hogy elpusztul e ház. Mert így szól az Úr a Júda királyának házához: Ha Gileád volnál nekem és a Libanon feje, mégis elpusztítalak téged, mint a városokat, amelyekben nem laknak. És felkészítem ellened a rablókat, mindeniket az ő fegyverével, és kivágják a te válogatott cédrusaidat, és a tűzre vetik. És sok nép megy át a városon és ezt mondják egymásnak. Miért művelte az Úr ezt e nagyvárossal, és ezt mondják, azért, mert elhagyták az Úrnak az ő Istenüknek frigyét, és idegen Istenek előtt borultak le, és azoknak szolgáltak. Ne sirassátok a halottakat, és ne bánkódjatok érte, hanem azt sirassátok, aki elment, mert nem jő vissza többé, és az ő szülőföldjét nem látja meg. Mert ezt mondja az úr Sallum felől, Jósiásnak a Júda királyának fia felől, aki uralkodik az ő atya Jósiás helyett, aki kimegy a helyből, nem tér többé ide-vissza, hanem a helyen, ahová rabságra vitték, ott hal meg, és e földet nem látja többé. Jaj annak, aki hamisan építi házát, felházait pedig álnokul, aki az ő fele barátjával ingyen szolgáltat, és munkájának bérét neki meg nem adja. Aki ezt mondja, nagy házat építek magamnak, és tágas felházakat, és ablakait kiszélesíti, és cédrusfával béleli meg, és megfesti cinóberrel. Király vagy-e azért, hogy cédrus után kívánkozol? a te atyád nem evett és nem ivott te? De igazságot és méltányosságot cselekedett, azért jó dolga volt. Igazságosan ítélte a szegényt és a nyomorultat, azért jól volt dolga. Nem eze az igaz ismeret felőlem, azt mondja az Úr. De a te szemeid és szíved csak a te nyereségedre vágynak, és az ártatlan vérére és a ragadozásra és erőszak elkövetésére. Azért ezt mondja az Úr Joákimnak, Jósiás, Júda király fiának. Nem siratják őt, jaj atyám, jaj hugom, nem siratják őt, jaj uram, jaj az ő dicsőségének. Úgy temetik el, mint a szamarat, kivonják és elvetik Jeruzsálem kapuin kívül menj fel a Libanonra és kiálts, és a Básánon emelt fel szódat, és kiálts az Abarimról, mert szeretőid mind tönkre jutottak. Szóltam neked, mikor jól volt dolgod, de ezt mondottad, nem hallom. Ifjúságottól fogva ez a te szokásod, hogy nem hallgattad az én szómat minden pásztorodat szélemészti meg, és a szeretőid rabságra mennek. Akkor szégyent vallasz majd, és pironkodol minden gonoszságodért. Te, aki a Libanonon lakozol, a cédrusfákon fészkelsz. Hogy fogsz majd nyögni, mikor fájdalmak lepnek meg a gyermekszülő vagyúdása? Élek én, azt mondja az Úr, hogyha Kóniás, Joákimnak a Júda királyának fia pecsétgyűrű volna is az én jobb kezemben, mindazáltal onnan lerántanálak. És odaadlak téged a te lelked keresőinek kezébe, és azoknak kezébe, akiknek tekintetétől félsz, és Nabukodonozornak a babiloni királynak kezébe, és a káldeusoknak kezébe. És elvetlek téged, és a te anyádat, aki szült téged idegen Földre, amelyben nem születtetek, és ott haltok meg. És nem jönnek vissza arra a földre, amelyre az ő lelkük visszajönni kívánkozik. A vagy utálatos, és elromlott edénye ez a férfiú, ez a kóniás, Avagy oly edénye, amelyben semmi gyönyörűség nincsen. Miért lögték el őt és az ő magvát, és dobták olyan földre, amelyet ők nem ismernek? Föld, 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 hald meg az úrnak szavát! Ezt mondja az úr. Írjátok fel ezt a férfiút, mint gyermektelent, mint olyan embert, akinek nem lesz jó előmenetele az ő idejében, mert senkinek, aki az ő magvából a Dávid székében ül, nem lesz jó állapota, és nem uralkodik többé Júdában. 23. rész Jaj a pásztoroknak! akik elvesztik, és elszélesztik az én mezőmnek juhait, azt mondja az Úr. Azért ezt mondja az Úr, Izrael istene a pásztoroknak, akik legeltetik az én népemet. Ti szélesztettétek el az én juhaimat, és űztétek el őket, és nem néztetek utánuk. Íme én megbüntetem a ti cselekedeteiteknek gonoszságát, azt mondja az Úr. Juhaimnak maradékát pedig összegyűjtöm minden földről, amelyre elűztem őket, és visszahozom őket az ő legelőikre, és szaporodnak és megsokasodnak. És pásztorokat rendelek melléjük, hogy legeltessék őket, és többé nem félnek és nem rettegnek, sem meg nem fogyatkoznak, azt mondja az Úr. Íme eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik, mint király, és bölcsen cselekszik, és méltányosságot és igazságot cselekszik-e földön. Az ő idejében megszabadul Júda, és Izrael bátorságos lakozik, és ez lesz az ő neve, amelyel nevezik őt, az Úr, ami igazságunk. Azért íme, elközelgetnek a napok, azt mondja az Úr, amelyekben nem mondják többé, él az Úr, aki kihozta Izrael fiait Egyiptom földjéből, hanem inkább ezt mondják, él az Úr, aki kihozta, és aki haza vezérlette Izrael házának magvát az északi földről, és mindama a ma földekről, amelyekre kiűztem vala őket, és lakoznak az ő földjükön. A próféták miatt megkeseredett az én szívem én bennem. Minden csontom reszket. Olyan vagyok, mint a részek férfi, és mint a bortól elázott ember, az Úrért és az ő szent igéjéért. Mert betelt a föld paráznákkal, mert a hamis esküvés miatt gyászol a föld. A pusztának legelője kiszáradt, és az ő futásuk gonosz, és az ő hatalmasságuk hamis. Mert mind a proféta, mind a pap istentelenek. Még házamban is megtaláltam az ő gonosságukat, azt mondja az úr. Azért az ő útjuk olyan lesz, mint a sikamlós utak a sötétben. Megbotlanak, és elesnek. Mert veszedelmet hozok reájuk, az ő büntetésüknek esztendejét, azt mondja az Úr. A szamáriabeli profétákban is bolondságot láttam. A Boál nevében profétálnak, és elcsalták az én népemet, az Izraelt. De a Jeruzsálemi profétákban is rútságot láttam. Paráználkodnak, és hazugságban járnak. Sőt, pártját fogják a gonoszoknak, annyira, hogy senki sem tér meg az ő gonoszságából. Olyanok előtte minnyájan, mint Szodoma, és a benne lakók, mint Gomora. Azért ezt mondja a seregek ura a proféták felől, Íme én ürmöt adok enniük, és mérget adok inniuk. Mert a jeruzsálemi profétáktól ment ki az istentelenség minden földre. Ezt mondja a seregek ura, ne hallgassátok azoknak a profétáknak szavait, akik nektek profétálnak, elbolondítanak titeket, az ő szívüknek látását szólják, nem az urszájából valót. Szüntelen ezt mondják azoknak, akik megvetnek engem, azt mondja az úr, békességetek lesz nektek, és mindenkinek, aki az ő szívének keménysége szerint jár. Ezt mondták, nem jött irájátok veszedelem. Mert kiállott az úr tanácsában, és kilátta és hallotta az ő igéjét. Kifigyelmezett az ő igéjére, és hallotta azt. Íme, az úrnak szélvésze nagy haraggal kitör, és a hitetlenek fejére forgószél zúdul. Nem szűnik meg az úrnak haragja, míg meg nem valósítja, és míg be nem teljesíti szívének gondolatait. Az utolsó napokban értitek meg e dolog értelmét. Nem küldöttem e profétákat, de ők futottak. Nem szólottam nekik mégis profétáltak. Ha tanácsomban állottak volna, akkor az én igémet hirdették volna az én népemnek, és eltérítették volna őket az ő gonosz utaikról, és az ő cselekedetüknek gonosságától. Csak a közelben vagyok-e én Isten? Azt mondja az Úr. És nem vagyok-e Isten a messzeségben is? Vajon elrejtőzhetik-e valaki a rejtek helyeken, hogy én ne lássam őt? Azt mondja az Úr. Vajon nem töltöm -e én be a mennyet és a földet? Azt mondja az Úr. Hallottam, amit a proféták mondanak, akik hazugságot profétálnak az én nevemben mondván, álmot láttam, álmot láttam, Meddig lesz ez a hazugságot profétáló proféták szívében, akik az ő szívük családságát profétálják? Akik el akarják az én népemmel felejtetni az én nevemet az ő álmaikkal, amelyeket egymásnak beszélnek? Miképpen az ő atyáik elfeledkeztek az én nevemről a Baálért? A proféta, aki álomlátó, beszéljen álmot. Akinél pedig az én igém van, beszélje az én igémet igazán. Miköze van a pojvának a búzával, azt mondja az Úr. Nem olyan-e az én igém, mint a tűz, azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly. Azért íme, én a profétákra támadok, azt mondja az Úr, akik az én beszédeimet ellopják egyik a másikától. Íme én a prófétákra támadok, azt mondja az Úr, akik felemelik nyelvüket, és azt mondják, az Úr mondja. Íme én a prófétákra támadok, akik hazugálmokat prófétálnak, azt mondja az Úr, és beszélik azokat, és megcsalják az én népemet az ő hazugságaikkal és hízelkedéseikkel, Holott én nem küldtem őket, sem nem parancsoltam nekik, és használni sem használtak-e népnek, azt mondja az Úr. Mikor pedig megkérdez téged a nép, vagy a proféta, vagy a pap mondván, micsoda az úrnak terhe, akkor mondd meg nekik azt, Mi a teher? Az, hogy elvetlek titeket, azt mondja az Úr. Amely proféta, vagy pap, vagy község azt mondja, ez az Úrnak terhe, meglátogatom azt az embert és annak házát. Kiki ki ezt mondja az ő barátjának, és kiki ki az ő atyafiának, mit felel az Úr, és mit szólt az Úr. És az Úrnak terhét nem emlegessétek többé, mert mindenkinek terhes lesz az ő szava, ha elforgatjátok az élő Istennek a seregek urának, ami Istenünknek beszédét. Ezt mondjad a profétának. Mit felelt neked az Úr, és mit szólt az Úr? Hogyha az Úrnak terhét említitek, tehát ezt mondja az Úr. Mivel, hogy ti e szót mondottátok, ez az Úrnak terhe, jó lehet küldékti hozzátok, akik ezt mondják, ne mondjátok, ez az Úrnak terhe, ezért íme én elfeledlek titeket, és kigyomlállak titeket, és a várost, amelyet nektek és a ti atyáitoknak adtam, elvetem az én orcám elől. És örökkévaló szégyent, és örökkévaló gyalázatot hozok tireátok, amely felejthetetlen. 24. rész Látomást mutatott nekem az úr, és íme két kosár füge volt letéve az úr temploma előtt, miután Nabukodonozor, babilóniai király, Jékóniást, Joákimnak a Júda királyának fiát, és Júdának fejedelmeit és az ácsokat és kovácsokat fogságra hurcolta Jeruzsálemből, és elvitte őket Babilonba. Az egyik kosárban igen jó fügék voltak amilyenek az először érő fügék. A másik kosárban pedig igen rossz fügék voltak, sőt, ehetetlenek a rosszaság miatt. És mondta az úr nekem, Mit látsz te, Jeremiás? És mondék, Fügéket. A jó fügék igen jók, de a rosszak igen rosszak, sőt, rosszaságuk miatt ehetetlenek és szól az Úr nekem mondván. Ezt mondja az Úr Izrael istene. Mint ezeket a jó fügéket, úgy megkülönböztetem a Júda fogjait, akiket a helyről a káldeusok földjére vitettem az ő javukra. És őket szemmel tartom az ő javukra, és visszahozom-e földre, és megépítem, és el nem rontom, és beplántálom, és ki nem szaggatom és szívet adok nekik, hogy megismerjenek engemet, hogy én vagyok az Úr, és ők én népemmé lesznek. Én pedig Istenükké leszek, mert teljes szívükből megtérnek hozzám. És amilyenek a rossz fügék, amelyek ehetetlenek a rosszaság miatt, azt mondja az Úr, olyanná teszem sedékiást a Júda királyát, és az ő maradékát, és az ő fejedelmeit, és Jeruzsálem maradékát, akik itt maradnak-e földön, és azokat, akik Egyiptom földjén laknak. És kiteszem őket rettegésnek, veszedelemnek a föld minden országában, gyalázatnak, példabeszédnek, gúnynak és szidalomnak minden helyen, ahová kiűzöm őket. És fegyvert, Éséget és dök bocsájtok rájuk mindaddig, amíg elfogynak a földről, amelyet nekik adtam, és az ő atyáiknak. 25. rész Az a beszéd, amely lőn Jeremiáshoz az egész Júda népe felől, Joákim negyedik esztendejében, aki fia a Jósiásnak, a Júda királyának, az első esztendejében Nabukodonozornak, a Babiloni királynak, amelyet a Jeremiás próféta az egész Júda népéhez és Jeruzsálem minden lakosához mondván. Jósiásnak 13. esztendejétől fogva, aki fiavala Ammonnak, a Júda királyának, e napig vagyis 23 esztendő óta szól az Úr nekem, és szólottam én nektek, jó reggel szóltam, de nem hallgattátok. És elkülde az Úr ti hozzátok minden ő szolgáját, a profétákat, jó reggel elküldte, de nem hallgattátok, és fületeket sem hajtottátok a hallásra. Ezt mondták, Térjetek meg már minnyájan a ti gonosz utaitokról és a ti gonosz cselekedeteitekből, hogy lakhassatok a földön, amelyet az Úr adott nektek, és a ti atyáitoknak öröktől fogva örökké. És ne járjatok idegen Istenek után, hogy szolgáljatok nekik, és imádjátok őket, és ne ingereljetek fel engem a ti kezeitek munkájával, hogy veszedelmet ne hozzak rátok. De nem hallgattatok rám, azt mondja az Úr, hogy felingereljetek engem a ti kezeitek munkájával a ti veszedelmetekre. Azért ezt mondja a seregeknek ura, mivel hogy nem hallgattatok az én beszédemre, íme kiküldök én, és felveszem éjszaknak minden nemzetségét, azt mondja az úr, és Nabukodonozort, a babiloni királyt, az én szolgámat, és behozom őket-e földre és ennek lakóira, és mind e körül való nemzetekre, és elveszem őket, és csodává és szörnyűségé teszem őket, és örökké való pusztasággá. És elveszem tőlük az öröm szavát, a vigasság szavát, a vőlegény szavát, és a menyasszony szavát, a malmok zörgését, és a szövétnek világosságát. És ez egész föld pusztaságá és csodává lészen. És e nemzetek a babiloni királynak szolgálnak 70 esztendeik. És mikor eltelik a 70 esztendő, meglátogatom a babiloni királyon és az ő népén az ő álnokságukat. Azt mondja az Úr és a káldeai földön és örökké való pusztasággá teszem azt, és végbeviszem azon a földön mindazokat, amiket szóltam felőle, mindazt, ami megvan írva-e könyvben, amelyet profétált Jeremiás az összes nemzetek felől. Mert ő rajtuk is uralkodnak majd sok nemzetek és nagy királyok és megfizetnek nekik az ő cselekedeteik szerint, és az ő kezeiknek munkája szerint. Mert ezt mondotta az Úr, Izraelnek Istene nekem. Vedd el kezemből e haragborának poharát, és itasd meg vele mind a ma nemzeteket, akikhez én küldtelek téged. Hogy igyanak, részegüljenek meg, és bolondoskodjanak a fegyver miatt, amelyet én közéjük bocsájtok. És elvevém a pohárt az úr kezéből, és megitatám mind a ma nemzeteket, akikhez külde engem az úr. Jeruzsálemet és Judavárosait, az ő királyait és fejedelmeit, hogy pusztasággá, csodává, szörnyűséggé és átokká tegyem őket, amint e mai napon van. A fáraót, Egyiptom királyát, az ő szolgáit és fejedelmeit, és minden ő népét, és minden egyveleg népet, és az Úsz földének minden királyát, és a Filiszteusok földének minden királyát, és Askalont, Gázát, Akkaront, és Azótusznak maradékait, Edomot, Moábot, és az Ammon fiait, és Tírusnak minden királyát, és Szidonnak minden királyát, és a szigeteknek minden királyát, akik túl vannak a tengeren, Dedánt és Témánt és Búzt, és mindazokat, akik lenyírot üstökűek, és Arábiának minden királyát, és az egyveleg nép minden királyát, akik a pusztában laknak, és Zimrinek minden királyát, és Elámnak minden királyát, és a médusok minden királyát, és Északnak minden királyát, mind a közelvalókat, mind a távolvalókat, egyiket a másikra, és a földnek minden országát, amelyek e föld színén vannak, Sésák királya pedig ezek után iszik. Azért ezt mond nekik. Ezt mondja a seregek ura, Izraelnek istene. Igyatok, és részegüljetek meg, okádjatok, és hújatok el, és felnekeljetek a fegyver előtt, amelyet én küldök közétek. És ha majd a te kezedből nem akarják elvenni a pohárt, hogy igyanak belőle, ezt mond nekik. Így szól a seregek ura, meg kell innotok. Mert íme, a város ellen, amely az én nevemről neveztetik, az ellen veszedelmet indítok, ti pedig egészen megmenekültök -e? nem menekeztek, mert én fegyvert hozok-e földnek minden lakosára, azt mondja a seregeknek ura. Te pedig profétáld meg nekik minden szókat, és ezt mond nekik, az Úr a magasságból harsok, és az ő szent lakhelyéből dörög. Harsanva harsog az ő házára, riogatva kiált, mint a szőlőtaposók e föld minden lakosa ellen. Elhat-e harsogás a földnek végére, mert pere van az Úrnak a pogányokkal, ő minden testnek ítélő bírája, a hitetleneket fegyverre veti, azt mondja az Úr. Így szól a seregek, Ura. Íme veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy szélvész támad a föld széleitől. És azon a napon az Úrtól levágatnak a föld egyik végétől fogva a föld másik végéig. Nem sirattatnak meg, összesem hordatnak, és el sem temettetnek. Olyanok lesznek a földnek színén, mint a ganéj. Jajgassatok, pásztorok, és kiáltsatok, és heverjetek a porban, ti vezérei a nyájnak, mert eljön a ti megületéseteknek és szétszoratásotoknak ideje, és elhullotok noha drága edények vagytok. És nincs hová futniuk a pásztoroknak, és menekülniük a nyájvezéreinek. Hallatszik a pásztorok kiáltozása, és a nyájvezéreinek jajgatása, mert elpusztította az úr az ő legeltető helyüket. Elpusztultak a békességes legeltető helyek az úr felgerjed haragja miatt. Elhagyta azokat, mint az oroszlán az ő barlangját. Mert pusztaság lett az ő földjük a zsarnoknak dühe miatt, és az ő felgerjedt haragja miatt. 26. fejezet A Jójáki uralkodásának kezdetén, aki fia volt Jósiásnak, a Júda királyának, e szót szólá az Úr mondván. Ezt mondja az Úr. Álj az Úrházának pitvarába, és mondd el Júdának minden városából azoknak, akik imádkozni jönnek az Úrházába, mindazokat az igéket, amelyeket parancsoltam neked, hogy mondd el nekik. Egy szót se hagyj el. Hát, ha szót fogadnak, és mindenki megtér az ő gonosz útjától, akkor megbánom a veszedelmet, amelyet nekik okozni gondoltam az ő cselekedetei gonossága miatt. És mondd meg nekik, így szól az Úr, ha nem hallgattok reám, hogy az én törvényeim szerint járjatok, amelyet előtökbe adtam, hogy hallgassatok a profétáknak, az én szolgáimnak beszédére, akiket én küldék hozzátok, és pedig jó reggel küldém, de nem hallgattatok rájuk, akkor e házat hasonlóvá teszem Silóhoz, e várost pedig a föld minden nemzetének átkává. Hallák pedig a papok és próféták és az egész község Jeremiást, amint ez igéket szólá az úrházában. És lőn, mikor elvégezi Jeremiás a beszédet, amelyet az Úr parancsolt vala mind az egész néphez szólania. Megragadnák őt a papok és a proféták és az egész nép mondván, halállal kell lakolnod. Miért profétáltál az Úr nevében mondván, olyan lesz-e ház, mint Siló, és a város elpusztul, lakatlanná lesz? És összegyűle az egész nép Jeremiás ellen az Úrnak házában. De meghallák ezeket a Júda fejedelmei, és felmenének a királyházából az Úrnak házába, és leülének az Úr új kapujának ajtajában, és szólának a papok és a proféták a fejedelmeknek és az egész népnek mondván. Halálra méltó ez az ember, mert e város ellen profétált, amint füleitekkel hallottátok. És szól a Jeremiás mindazoknak a fejedelmeknek és az egész népnek mondván. Az Úr küldött engem, hogy profétálok e ház ellen és e város ellen minde szókkal, amelyeket hallottatok. Most azért jobbítsátok meg a ti utaitokat és cselekedeteiteket, és hallgassatok az Úrnak a ti isteneteknek szavára, és az Úr megbánja a veszedelmet, amelyel fenyegetett titeket. Én magam pedig íme kezetekben vagyok, cselekedjetek velem, amint jónak és amint helyesnek tetszik nektek. De jól tudjátok meg, hogy ha megöltök engem, ártatlan vér száll tireátok és a városra, és ennek lakosaira. Mert bizony az Úr küldött el engem hozzátok, hogy a ti füleitekbe mondjam minde szókat. És mondták azok a fejedelmek és az egész község a papoknak és profétáknak. Nem méltó ez az ember a halálra, mert az Úrnak, ami Istenünknek nevében szólt nekünk. Felkelének az ország vénei közül is némely férfiak, és szólának az egész összegyűlt népnek mondván. A Móreseti Mikeás profétált Ezékiásnak, a Júda királyának idejében, és szól az egész Júda népének mondván, ezt mondja a seregeknek ura, a siont megszántják, mint szántóföldet, és Jeruzsálem elpusztul, és a háznak hegyét erdőnövibe. megölte -e azért őt Ezékiás, Júdának királya, és az egész Júda? Nem félte-e az Urat? Nem könyörgötte-e az Úrnak? És nem megbánta-e az Úr a veszedelmet, amelyel fenyegette őket? És mi olyan nagy veszedelmet vonnánk a mi lelkünkre? Volt egy másik ember is, aki az Úr nevében profétált, Uriás, Semájának fia, Kirját Járimból. És profétált a város ellen és a föld ellen, egészen a Jeremiás beszéde szerint. És meghallá Jójákim király, és minden vitéze, és minden fejedelme az ő beszédeit, és halára kerestette őt a király. De meghallá Uriás, és megijedt, és elfutott, és átment Egyiptomba és Jojákim király embereket küldött Egyiptomba, Elnáltánt, az Agbor fiát és más férfiakat vele együtt Egyiptomba, és kihozák úriást Egyiptomból, és vitték Jojákim király elé, aki megöleté őt fegyverrel, holtestét pedig a köznép temetőjébe vetette. De Ahikámnak, a sáfán fiának keze Jeremiással lőn, hogy ne adják őt a nép kezébe halálra. 27. rész A Jójáki muralkodásának kezdetén, aki fia volt Jósiásnak, a Júda királyának, ilyen szavakat szól az Úr Jeremiáshoz mondván. Így szól az Úr nekem. Csinálj magadnak köteleket és jármot, és vedd azokat a nyakadba, és küld azokat Edom királyához és Moab királyához, az Ammon fiainak királyához, Tírus királyához és Szidon királyához, a követek által, akik eljönnek Jeruzsálembe, Sedékiáshoz, Júdának királyához. És parancsold meg nekik, hogy mondják meg az ő uraiknak. Ezt mondja a seregek ura, Izraelnek istene. Ezt mondjátok a ti uraitoknak. Én teremtettem a földet, az embert és a barmot, amelyek e föld színén vannak, az én nagy erőmmel, és az én kinyújtott karommal, és annak adom azt, aki kedves az én szemeim előtt. És most én odaadom minden földeket Nabukodonozornak, a babiloni királynak, az én szolgámnak kezébe, sőt, a mezei állatokat is neki adom, hogy neki szolgáljanak és neki és az ő fiának és unokájának szolgál minden nemzet mindaddig, míg el nem jő az ő földének is ideje, és szolgálnak neki sok nemzetek és nagy királyok. Azt a nemzetet és azt az országot pedig, amely nem szolgál neki, Nabukodonozornak, a babiloni királynak, és aki nem teszi nyakát a babiloni király jármába, Fegyverrel és éjséggel és döghalállal verem meg azt a nemzetet, azt mondja az Úr, míg len kiírtom őket az ő kezével. Ti azért ne hallgassatok a ti profétáitokra, se jövendőmondóitokra, se álom se varázslóitokra, se szemfényvesztőitekre, akik ezt mondják nektek, ne szolgáljatok a babiloni királynak. Mert ők hazugságot profétálnak nektek, hogy messze vigyelek titeket a ti földetekből, és kiűzelek titeket, és elveszetek. Azt a nemzetet pedig, amely nyakára veszi a babiloni király jármát, és szolgál neki, az ő földjében hagyom, azt mondja az Úr, és műveli azt, és lakozik benne. Sőt, Sedékiásnak, a Júda királyának is minden beszédek szerint szólotta mondván, vegyétek nyakatokra a babiloni királynak jármát, és szolgáljatok neki és az ő népének, és éltek. Miért halsz meg te és a te néped fegyver miatt, ésség és döghalál miatt, amint szólott az Úr az oly népről, amely nem szolgál a babiloni királynak? Ne hallgassatok hát a próféták szavaira, akik így szólnak nektek, ne szolgáljatok a babiloni királynak, mert ők hazugságot prófétálnak nektek. Mert nem küldöttem őket, azt mondja az Úr, hanem ők az én nevemben hazugságot prófétálnak, hogy kiűzelek titeket, és elvesztetek ti és a próféták, akik prófétálnak nektek. A papoknak és az egész népnek is így szóltam. Ezt mondja az Úr. Ne hallgassatok a ti profétáitok szavaira, akik profétálnak nektek mondván, íme az Úrházának edényei visszahozatnak Babilonból most mindjárt, mert hazugságot profétálnak ők nektek. Ne hallgassatok rájuk. Szolgáljatok a Babiloni királynak, és éltek. Miért legyene város pusztasággá? Ha ők profétálnak, és ha náluk van az Úrnak igéje, imádkozzanak most a seregek urának, hogy az edények, amelyek még az Úrházában és a Júda királyának házában és Jeruzsálemben maradtak, ne jussanak Babilonba. Mert ezt mondja a seregek ura az oszlopok felől, a tenger felől, az álványok felől és az edények maradéka felől, amelyek még a városban maradtak, amelyeket el nem vitt Nabukodonozor, a babiloni király, mikor fogságba vivé Jékoniást, jójakimnak, a Júda királyának fiát Jeruzsálemből Babilonba, és Júdának és Jeruzsálemnek minden fő népét. Bizony ezt mondja a seregek ura, Izraelnek istene az edények felől, amelyek megmaradtak az urnak házában, és a Júda királyának házában, és Jeruzsálemben, Babilonba vitetnek. És ott lesznek mind a napig, amelyen meglátogatom őket, azt mondja az Úr, és felhozom azokat, és visszahozom azokat e helyre. 28. rész. És abban az időben, sedékiás Júda királya uralkodásának kezdetén, a negyedik esztendőben, az ötödik hónapban, Mondta nekem Hanániás, az úrnak fia a próféta, aki Gibeomból való volt az úrnak házában, a papok és az egész nép szemei előtt mondván. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene mondván. Eltöröm a babiloni királynak jármát. Teljes két esztendő múlva visszahozom-e helyre az úrházának mindam az edényeit, amelyeket elvitt innen Nabukodonozor, a babiloni király, és bevitt Babilonba. És Jekóniást, Jójákimnak a Júda királyának fiát, és mind a ma júdabeli foglyokat, akik elvitettek Babilonba, visszahozom éne helyre, azt mondja az Úr. Mert eltöröm a babiloni király jármát. Akkor mondta Jeremiás próféta, Honániás prófétának a papok és az egész nép szemei előtt, amely ott áll vala az úrnak házában, monddál pedig Jeremiás próféta: Úgy legyen, úgy cselekedjék az úr, teljesítse az úrata a beszédeidet, amelyekkel prófétálád, hogy az úrházának edényei és a foglyok is mind visszahozatnak Babilonból e helyre. Mindazáltal hall csak e beszédet, amelyet én szólok neked és az egész népnek. A próféták, akik előttem és előtted elejétől fogva voltak, sok ország ellen és nagy királyságok ellen hadról, veszedelemről és döghalárról profétáltak. Amely próféta a békességről profétál, mikor beteljesedik a próféta beszéde, akkor ismertetik meg a próféta, ha az úr küldötte -e azt valóban. És vevé Hanániás próféta a jármot, a Jeremiás próféta nyakáról, és széttörte azt. És szól a Hanániás az egész nép előtt mondván. Ezt mondja az úr, így töröm le Nabukodonozornak, a babiloni királynak jármát két esztendei idő múlván minden nemzet nyakáról, és elméne Jeremiás próféta a maga útjára. És szól az úr Jeremiásnak, miután letöré Hanániás próféta a Jeremiás próféta nyakáról a jármot mondván. Menj el, és beszélj Hanániással mondván. Ezeket mondja az úr. A fajármot eltörted, de csináltál helyébe vasjármokat. Mert ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Vasjármot vetettem minden nemzetek nyakára, hogy szolgáljanak Nabukodonozornak, a babiloni királynak, és szolgálnak neki, sőt a mezei állatokat is neki adom. És mond a Jeremiás próféta Hanániás prófétának. Hal csak, Hanániás! Nem az Úr küldött téged, és te hazugsággal bíztatod a -e népet. Azért így szól az Úr: Íme, én elküldelek téged a föld színéről, meghalsz ez esztendőben, mert pártütőleg szóltál az Úr ellen. És meghalt Hanániás próféta abban az esztendőben, a hetedik hónapban. 29. rész Ezek a savai, szavai, amelyet Jeremiás próféta küldött Jeruzsálemből a fogságban való vének maradékainak, és a papoknak, és a prófétáknak, és az egész népnek, amelyet fogva vitt vala el Nabukodonozor Jeruzsálemből Babilonba. Miután Jekóniás király és a királyné és az udvari szolgák, Júda és Jeruzsálem fejedelmei és az ács és a kovácsmester kijöttek Jeruzsálemből. Elasának a Sáfán fiának és Gamariának a Hilkiás fiának keze által, akiket Sedékiás Júda királya küldött Nabukodonozorhoz, a babiloni királyhoz Babilonba mondván, ezt mondja a seregek ura, Izrael istene mindam a foglyoknak, akiket Jeruzsálemből Babilonba vitettem. Építsetek házakat, és lakjatok azokban. Plántáljatok kerteket, és egyétek azoknak gyümölcseit. Vegyetek magatoknak feleségeket és szüljetek fiakat és leányokat, és a fiaitokat is házasítsátok meg, a leányaitokat pedig adjátok férjhez, és szüljenek fiakat és lányokat, és szaporodjatok meg ott, és megnekevesedjetek. És igyekezzetek a városnak jólétén, amelybe fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érette az úrnak, mert annak jóléte lesz a ti jólétetek. Mert ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Ne hitessenek el titeket a ti profétáitok, akik közöttetek vannak, se a ti jövendőmondóitok, és ne figyelmezzetek a ti álmaitokra, amelyeket álmodoztok. Mert ők hamisan profétálnak nektek az én nevemben. Nem küldöttem őket, azt mondja az úr. Mert ezt mondja az úr. Mihelyt eltelik Babilonban a hetvenesztendő, meglátogatlak titeket, és betöltöm rajtatok az én jó szómat, hogy visszahozzalak titeket-e helyre. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felületek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek, és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek, és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. És kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. És megtaláltok engem, azt mondja az Úr, és visszahozlak a fogságból, és összegyűjtelek titeket minden nemzet közül, és mind a ma helyekről, ahová kiűztelek titeket, azt mondja az Úr, és visszahozlak e helyre, ahonnan számkivetettelek titeket. Mert ezt mondjátok, támasztott nekünk az Úr profétákat Babilonban is. Mert ezt mondja az Úr a királynak, aki Dávid székében ül, és az egész népnek, amely a e városban lakik, tudni Likati atyátok fiainak, akik nem mentek el veletek a fogságra. Ezt mondja a seregeknek, Ura, íme, én rájuk küldöm a fegyvert, az éjséget és a halált. és olyanokká teszem őket, amilyenek a keserű fügék, Amelyek a rosszaság miatt ehetetlenek. És üldözöm őket fegyverrel, ésséggel és döghalállal, és rettenetessé teszem őket a Föld minden országára, átokká és csodává és szörnyűségé, és mindam a ma nemzeteknek gúnyává, amelyek közé kivetettem őket. Azért, mert nem hallgattak az én beszédeimre, azt mondja az Úr, amelyeket én üzentem nekik az én szolgáim a próféták által jó reggel elküldvén, de nem hallgattátok, azt mondja az Úr. Ti azért, ti fogjuk. Halljátok meg az Úrnak szavát minnyájan, akiket Jeruzsálemből Babilonba küldöttem. Ezt mondja a seregeknek Ura, az Izrael istene Akhábra és Kolája fiára és Sedékiásra, a Mahásiás fiára, akik hamisan profétálnak nektek az én nevemben, íme én odaadom őket Nabukodonozornak, Babilon királyának kezébe, és szemeitek láttára megölik őket. És mindazokról vesznek átok formát a Júdából való foglyok, akik Babilonban vannak mondván, tegyen téged az úr olyanná, mint Sedékiást és mint Akhábot, akiket tűzzel égetett meg a babiloni király. Mert istentelenséget cselekedtek Izraelben, és paráználkodtak az ő felebarátjaik feleségével, és az én nevemben hazugságot szóltak, amit nem parancsoltam nekik. Én pedig tudom azt, és bizonyság vagyok, azt mondja az Úr. A Nehelámit is emájának is szólj, ezt mondván. Így szól a seregek ura, az Izrael nem mondván mivel hogy te levelet küldtél a magad nevével az egész néphez, amely Jeruzsálemben van, és Szofóniás paphoz, a Mahásiás fiához, és az összes papokhoz mondván, az úr tett téged pappá Jójáda pap helyébe, hogy felügyelők legyenek az úrházában minden bolond férfin, és profétálni akarón, hogy vessed azt a tömlőzbe és a kalodába? Most azért, Miért nem dorgáltad meg az anatódbeli Jeremiást, aki néktek profétál? Sőt, még hozzánk küldött Babilonba ezt mondván, hosszú lesz az, építsetek házakat és lakjatok bennük, plántáljatok kerteket és éljetek azoknak gyümölcseivel. És felolvasá Szofóniás pape levelet a Jeremiás próféta hallására. És szólt az úr Jeremiásnak mondván, küldj el mind a foglyokhoz mondván, ezt mondja az Úr a Nehelámiti Semája felől. Mivel, hogy profétált néktek Semája, holott én nem küldtem őt, és hazugsággal bíztatott titeket, azért ezt mondja az Úr. Íme én megfenyítem a Nehelámiti Semáját és az ő magvát. Nem lesz néki embere, aki lakjéke nép között, és nem látja a jót, amelyet én, az én népemmel cselekszem, azt mondja az Úr, mert az Úr ellen való szót szólott. 30. rész Az a szó, amelyet szólott az Úr Jeremiásnak mondván. Ezt mondja az Úr Izrael Istene mondván. Mindam a szókat, amelyeket mondottam neked, írd meg magadnak könyvben. Mert íme eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és visszahozom az én népemet, az Izraelt és Júdát, azt mondja az Úr, és visszahozom őket arra a földre, amelyet az ő atyáiknak adtam, és bírni fogják azt. Ezek pedig azok a szók, amelyeket az Úr Izrael és Júda felől szólott. Ezt mondta ugyanis az Úr. A félelemnek, rettentésnek szavát hallottuk, és nincs békesség. Kérjétek meg csak, és lássátok, ha szülé a férfi, miért látom minden férfi kezét az ágyékán, mint egy gyermek szülőjét, és miért változtak orcáig fakó sárgává? Jaj, mert nagy az a nap annyira, hogy nincs hozzá hasonló, és háborúság ideje ez Jákobon nem szabadul meg abból. És azon a napon, azt mondja a seregeknek, ura, letöröm majd az ő igáját a te nyakadról, köteleidet leszaggatom, és nem szolgálnak többé idegeneknek, hanem szolgálnak az Úrnak, az ő Istenüknek, és Dávidnak, az ő királyuknak, akit feltámasztok nekik. Te azért ne félj, ó én szolgám Jákob, ezt mondja az Úr, se ne retteg Izrael, mert imhol vagyok én, aki megszabadítalak téged a messze földről, és a te magodat az ő fogságának földjéből, és visszatér Jákob, és megnyugszik, és bátorságban lesz, és nem lesz, aki megháborítsa. Mert veled vagyok én, azt mondja az Úr, hogy megtartsalak téged. Mert véget vetek minden nemzeteknek, akik közé kiűztelek téged, csak neked nem vetek véget, hanem megfenyitelek téged ítélettel, mert nem hagylak egészen büntetés nélkül. Mert ezt mondja az Úr, veszedelmes a te sebed, Gyógyíthatatlan a te sérülésed. Senki sincsen, aki megítélje a te ügyedet, hogy bekösse sebedet. Orvosságok és balzsam nincsenek számodra. Elfeledkezett rólad minden szeretőd, és nem keres téged, mert megvertelek ellenséges veréssel, kegyetlen ostorozással a te bűnödnek sokaságáért, és hogy eláradtak a te védkeid. Miért kiáltozol a te sebed miatt? veszedelmes a te sérülésed? A te bűnöd sokaságáért és védkeidnek eláradásáért cselekedtem ezeket veled? Azért mindazok, akik benyelnek téged, elnyeletnek, és valamennyi ellenséged mind fogságra jut, és a te fosztogatóidat kifosztottak ká, és minden te zsákmánylóidat zsákmányjá teszem, mert orvosságot adok neked és kigyógyítalak a te sérülésedből, azt mondja az Úr. Mert számkivetetnek hívnak téged, Sion, nincs, aki tudakozódjék felőle. Ezt mondja az Úr. Íme visszahozom Jákob sátorának fogjait, és könyörülök az ő hajlékain. És a város felépítetik az ő magas helyén, és a palota a maga helyén marad és hálaadás és öröm szava jő ki belőlük, és megsokasítom őket, és meg nem kevesednek. Megöregbitem őket, és meg nem kisebbednek. És az ő fiai olyanok lesznek, mint eleintén, és az ő gyülekezete erősen megáll az én orcám előtt, de megbüntetem mindazokat, akik nyomorgatták őt. És az ő fejedelme ő belőle támad, és az ő uralkodója belőle jő ki. És magamhoz bocsátom őt, hogy közeledjék hozzám. Mert kicsoda az, aki szívét arra hajtaná, hogy hozzám jöjjön, azt mondja az Úr. És népem mé teszlek, én pedig a ti istenetek leszek. Íme az Úrnak szélvésze haragja tör elő, és a rohanó szélvész a hitetlenek fejére zúdul. Nem szűnik meg az úr felgerjed haragja, míg végbe nem viszi, és míg meg nem valósítja az ő szívének gondolatait. Az utolsó napokban értitek meg-e dolgot? 31. rész Az időben, mondta az úr, Izrael minden nemzetségének istene leszek, és ők az én népemmé lesznek. Ezt mondja az úr. Kegyelmet találta pusztában a fegyvertől megmenekedett nép. Az Isten ő előtte menvén, hogy megnyugtassa őt az Izraelt. Messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökké való szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. Újra felépítelek téged, és felépülsz, ó Izrael lánya! Újra felékesíted magad, a dobokkal és vigadók seregében jössz ki még szőlőket plántál Szamáriának hegyein, akik plántálják a plántákat, élnek is azok gyümölcsével. Mert lészen egy nap, amikor a pásztorok kiáltanak az Efraim hegyén. Keljetek fel, és menjünk fel Sionba az Úrhoz, ami Istenünkhöz. Mert ezt mondja az Úr, énekeljetek Jákobnak vigassággal, Újjongjatok a nemzetek fejének, hirdessétek dicséretét, és mondjátok, tartsd meg, Uramaten népedet, az Izrael maradékát. Émején előhozom őket északföldjéből, és összegyűjtöm őket a földnek széleiről. Közöttük lesz vak, sánta, viselős és gyermekszülő is lesz velük, mint nagy sereg jönnek ide-vissza, síralommal jönnek, és imádkozva hozom őket. Vezetem őket a vizek folyásai mellett egyenes úton, hol el nem esnek, mert atya leszek az Izraelnek, és az Efraim nékem első szülöttem. Halljátok meg az Úrnak szavát, ti pogányok, és hirdessétek a messze való szigeteknek, és ezt mondjátok. Aki elszórta az Izraelt, az gyűjti össze, és megőrzi, mint a pásztor a maganyáját. Mert megváltotta az úr Jákobot, és kimentette a nálánál erősebbnek kezéből. És eljönnek, és énekelnek a Sion ormán, és futnak az úrnak javaihoz, búza, bor, ola, juhok, és barmok nyája felé. És az ő lelkük olyan lesz, mint a megöntözött kert, és nem bánkodnak többé. Akkor vigadoz a szűz a seregben, és az ifjak és a vének együttesen, és az ő síralmukat örömre fordítom, és megvigasztalom, és felvidámítom őket az ő bánatukból. És a papok lelkét megelégítem kövérséggel, és az én népem elterik javaimmal, azt mondja az Úr ezt mondja az Úr. Szó hallatszott rámában, sírás és keserves jajgatás. Ráhel síratta az ő fiait, nem akart megvigasztaltatni az ő fiai felől, mert nincsenek. Ezt mondja az Úr, tartsd vissza szódat a sírástól és szemeidet a könyhullatástól, mert meg lesz a te cselekedetednek jutalma, azt mondja az Úr, hiszen az ellenség földéből térnek vissza. Jövendődnek is jó reménysége lészen, azt mondja az Úr, mert fiaid visszajönnek az ő határaikra. Jól hallottam, hogy panaszkodott Efraim. Megvertél engem, és megverettetém, mint a tanulatlan tulok. Téríts meg engem, és megtérek, mert te vagy az Úr, az én Istenem. Mert azután, hogy megtérítettél engem, megbántam bűnömet, és miután megismertem magamat, combomat vertem, szégyenkeztem, és pirulok, mert viselem az én ifjúságomnak gyalázatát. vagy nem kedves én nékem, Efraim, avagy nem kényeztetett gyermeké, hiszen valahányszor ellene szóltam, újra megemlékeztem őróla. Azért az év belső részei megindultak ő rajta. Bizony, könyörülök rajta, ezt mondja az Úr. Rendelj magadnak útjelzőket, rakj útmutató oszlopokat, vigyázz az ösvényre, az útra, amelyen mentél. Jöjj vissza, Izraelnek leánya, jöjj vissza ide a te városodba. Meddig bújdosol, ó szófogadatlan leány, mert az Úr új rendet teremte földön asszony környékezi a férfit. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Újra eszókat mondják majd a Júda földén és az ő városaiban, amikor visszahozom az ő fogjaikat. Áldjon meg téged az Úr, ó igazságnak háza, ó szent hegy! És ott lakoznak majd Júda és minden ő városa, a szántóvetők és a baromtartók együttesen mert megitatom a szomjú lelket, és minden éhező lelket megelégítek. Ezért vagyok ébren és vigyázok, és az én álmom édes nekem. Íme eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és bevetem az Izrael házát és a Júda házát embernek magvával és baromnak magvával. És amiképpen gondom volt arra, hogy kigyomláljam és elroncsam, letörjem és pusztítsam, és veszedelembe sodorjam őket, azonképpen vigyázok arra, hogy megépítsem és beplántáljam őket, azt mondja az Úr. Ama napokban nem mondják többé. Az atyák ették meg az egrest, és a fiak fogavásott el bele. Sőt, inkább kiki a maga gonosságáért hal meg, minden embernek, aki megeszi az egrest, tulajdon fogavásik bele. Íme eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök az Izrael házával és a Júda házával. Nem ama szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem a napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéből, de akik megrontották az én szövetségemet, nuha én férjük maradtam, azt mondja az Úr, hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr, törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenük leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyafiát mondván, ismerjétek meg az Urat mert ők minnyáján megismernek engem kicsintől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsájtom az ő bűneiket, és védkeikről többé meg nem emlékezem. Ezt mondja az Úr, aki adta a napot, hogy világítson nappal, aki törvényt szabott a holdnak és a csillagoknak, hogy világítsanak éjjel, aki felháborítja a tengert és annak habjai zúgnak, seregek ura az ő neve, ha eltűnnek-e törvények előlem, azt mondja az Úr, az Izraelnek magva is megszakad, hogy soha én előttem nép ne legyen. Ezt mondja az Úr. Ha megmérhetik az egeket ott fenn, és itt alant kifürkészhetik a föld fundamentumait, én is megutálom Izraelnek minden magvát, mindazokért, amiket cselekedtek, azt mondja az Úr. Íme eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és felépítetik a város az Úrnak a Hanániel tornyától fogva a szeglet kapujáig. És kiebb megy még a mérőkötél azzal átellenben a Garép hegyéig, és lefut Góhat felé. És a holtesteknek és a hamunak egész völgye, és az egész mező a Kidron patakáig, a lovak kapujának szegletéig kelet felé az Úr szent helye lesz. Nem rontatik el, sem el nem pusztítatik, soha örökké. 32. rész. Az a szó, amelyet szól az úr Jeremiásnak, Sedékiásnak, a Júda királyának tizedik esztendejében. Ez az esztendő a Nabukodonozor 18. esztendeje. És akkor megszállotta a babiloni király serege Jeruzsálemet, és Jeremiás próféta elzárva volt a tömlőcnek pitvarában, amely a Júda királyának házában volt. Mert Sedékiás, a Júda királya záratta be őt, mondván, miért profétálsz te ezt, mondván, ezt mondta az úr, íme én a várost a babiloni király kezébe adom, és beveszi azt. És Sedékiás, a Júda királya, meg nem menekszik a káldeusok kezéből, hanem a babiloni király kezébe adatik, és ennek szája szól Amannak szájával, és ennek szemei látják Amannak szemeit. És Babilonba viszi sedékiást, és ott lesz mindaddig, amíg meg nem látogatom őt, azt mondja az úr, hogy ha hadakoztok a káldeusok ellen, nem lesz jó dolgotok. És mondja Jeremiás, szólott az úr nékem ezt mondván, Íme Hanameél Sallumnak, a te nagybátyádnak fia hozzád megy mondván, vedd meg az én mezőmet, amely Anatódban van, mert téged illet vér szerint, hogy megvegyed. Eljöve azért hozzám Hanameél az én nagybátyámnak fia az úrbeszéde szerint a tömlőc pitvarához, és mondanéke. Kérlek, vedd meg az én mezőmet, amely Anatódban a Benyámin földjén van, mert téged illet, mint örököst és te néz vér szerint is, vedd meg hát magadnak. Akkor észrevettem, hogy az úr szava ez. Azért megvettem Hanameltől az én nagybátyámnak fiától a mezőt, amely Anatódban van, és kifizettem neki a pénzt, 17 ezüst siklust. És beírtam levélbe, és megpecsételtem, és tanukat is állítottam, és megmértem a pénzt mérlegem. Ezután kezembe vettem a vétel felől való levelet, amely meg volt pecsételve a parancsolat és törvények szerint, és a közönséges levelet is. És a vétel felől való levelet odaadtam Báruknak, a Néria fiának, aki Mahasiás fia volt, Hanameilnek, az én nagybátyámnak fiának szemei előtt, és a tanuk szemei előtt, akik be voltak írva a vétel felől való levélbe, mind a ma judaiak szeme előtt, akik ülnek vala a tömlőc pitvarában. És parancsolék báruknak azok szemei előtt mondván. Ezt mondja a seregek ura, az Izrael istene. Vedd fele leveleket, ezt a vételi levelet, mind a bepecsételtetettet, mind a közönséges levelet, és ted azokat cserépedénybe, hogy sok ideig elálljanak. Mert ezt mondja a seregek ura, Izrael istene, még házakat, mezőket és szőlőket fognak vennie földön. És könyörgék az úrnak, miután odattam a vétel felől való levelet báruknak, a néri a fiának mondván. Ah, ah, Uramisten! Íme te teremtetted a mennyet és a földet a te nagy hatalmaddal és a te kiterjesztett karoddal, és semmi sincs lehetetlen előtted. Aki irgalmasságot cselekszel, ezer íziglen, és aki az atyák bűnéért, az ő fiai keblében fizetsz meg ő utánuk. Te nagy Isten, Te hatalmas, akinek neve seregek ura, nagy tanácsú és hatalmas cselekedetű, akinek szemei jól látják az emberek fiainak minden útjait, hogy kinek kinek megfizesse az ő utai szerint, és az ő cselekedeteinek gyümölcse szerint aki jeleket és csodákat tettél Egyiptom földjén, és minden napiglan, mind Izrael földjén, mind az embereken. És nevet szereztél magadnak, amint ez a mai napon is megvan. És kihoztad a te népedet, az Izraelt Egyiptom földjéből, jelekkel és csodákkal, és hatalmas kézzel, és kinyújtott karral, és nagy rettegtetéssel és nekik adtad de földet, amely felől megesküdtél az ő atyáiknak, hogy adsz nékik és mézzel folyó földet. És bementek, és birtokolták azt, mindazáltal nem hallgattak a te szódra, és nem jártak a te törvényeidben, amiket parancsoltál nekik, hogy megcselekedjék. Azokból semmit sem cselekedtek, ezért minden gonoszt rájuk borítottad. Íme a sáncok a városhoz érnek, hogy bevegyék azt. És a város odaadatik a káldeusok kezébe, akik megostromolják ezt fegyverrel, ésséggel és döghalállal. És amint szólottál, meglett, íme látod is. És mégis azt mondottad, Uram Isten, nékem, védj magadnak mezőt pénzen, és legyenek tanúit felőle, holott a város a káldeusok kezébe adatik. És szól az Úr Jeremiásnak mondván. Íme, én az Úr Istene vagyok minden testnek. Vajon van-e valami lehetetlen nékem? Azért ezt mondja az Úr. Íme én odaadom-e várost a káldeusok kezébe, és Nabukodonozornak, a babiloni királynak kezébe, hogy bevegye azt. És bemennek a káldeusok, akik ostromolják-e várost, és a várost felgyújtják tűzzel, és felégetik azt, és a házakat is, amelyeknek tetején füstöltek a baálnak, és áldoztak idegen isteneknek, hogy engem haragra ingereljenek. Mert Izrael fiai és Júda fiai ifjúságuktól fogva csak azt cselekedték, ami gonosz az én szemeim előtt. És az izrael fiai csak haragra gerjesztettek engem az ő kezeik cselekedeteivel, ezt mondja az úr. Mert csak bosszúságomra és búsulásomra volt a -e város, attól a naptól fogva, amelyen építették azt mindez ideig. Úgyhogy el kell azt törölnem az én színem elől. Az Izrael fiainak és a Júda fiainak minden bűnéért, amelyet cselekedtek, hogy felháborítsanak engem, ők maguk, az ő királyaik, fejedelmeik, papjaik és profétáik, és Júda vitézei és Jeruzsálem polgárai. És háttal fordultak felém, és nem arccal. És tanítottam őket jó reggel, és noha tanítottam őket, nem voltak készek az intés befogadására. Sőt, az ő utálatosságaikat behelyezték a házba, amely az én nevemről neveztetik, hogy megfertőztessék azt. És magaslatokat emeltek a Baálnak, a Ben Hinnon völgyében, hogy megáldozzák fiaikat és leányaikat a moloknak, amit nem parancsoltam nekik, és még csak nem is gondoltam, hogy ez utálatosságot megcselekedjék, hogy Judát vétekre vigyék. És most azért azt mondja az úr Izrael istenel városnak, amely felölti, mondjátok, oda adatik a babiloni király kezébe fegyver, ésség és döghalál miatt. E Imén összegyűjtöm őket mindam a földekről, amelyekre kiűztem őket haragomban, felgerjedezésemben és nagy bosszankodásomban és visszahozom őket a helyre, és lakni hagyom őket bátorságban. És népemmé lesznek nékem, én pedig nékik Istenük leszek. És adok nekik egy szívet és egy utat, hogy mindenkor engem féljenek, hogy jól legyen dolguk nékik és az ő fiaiknak ő után és örökké való szövetséget kötök velük, hogy nem fordulok el tőlük, és a velük való jó téteménytől, és az én félelmemet adom az ő szívükbe, hogy el ne távozzanak tőle. És örvendezek bennük, ha jót cselekedhetem velük, és biztosan beplántálhatom őket a földbe teljes szívvel és teljes lélekkel. Mert ezt mondja az Úr, Amiképpen ráhoztam a -e népre minden nagy veszedelmet, azonképpen hozom rájuk mindazt a jót, amiket én felőlük mondok. És vesznek még mezőte földön, amely felől ti ezt mondjátok: pusztaság ez emberek nélkül, barmok nélkül, és odaadatik a káldeusok kezébe. Pénzen vesznek mezőket, és beírják a levélbe, és megpecsételik és tanukat állítanak a Benyámin földjén, Jeruzsálem környékén és Júda városaiban, a hegyi városokban és a síkföldi városokban, és a délfelől való városokban, mert visszahozom az ő fogjaikat, azt mondja az Úr. 33. rész Másodszor is szólt az úr Jeremiásnak, amikor ő még fogva volt a tömlőc pitvarában, mondván: Ezt mondja az úr, aki megteszi azt, az úr, aki megvalósítja azt, hogy megerősítse azt, úr az ő neve. Kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok neked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Mert ezt mondja az Úr, az Izrael Istene. E városnak házai és a Júda királyának házai felől, amelyek lerontattak kosokkal és fegyverrel, amikor elmentek, hogy vívjanak a káldeusokkal, és hogy megtöltsék azokat emberek holtesteivel, akiket én haragomban és bosszúállásomban megöltem, mivel hogy elrejtettem az én orcámat a várostól az ő sok Íme én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őt, és megmutatom nékik a békesség és hűség kincseit. És visszahozom Júdát és Izraelt a fogságból, és felépítem őket, mint azelőtt. És megtisztítom őket minden bűneiktől, amelyekkel védkeztek ellenem. És megbocsátom minden bűneiket, amelyekkel védkeztek ellenem, és amelyekkel gonoszul cselekedtek ellenem. És ez a város lészennékem híremre, nevemre, örömömre, tisztességemre és dicséretemre e földnek minden nemzetsége előtt, akik hallják mindam a jót, amelyet én cselekszem velük, és félni és rettegni fognak mindam a jóért és mindam a békességért, amelyet én szerzek nekik. Ezt mondja az Úr. Hallatszani fog még e helyen, amely felölti ezt mondjátok, pusztaság ez, emberek nélkül és barom nélkül való, a Júda városaiban és Jeruzsálem utcáiban, amelyek elpusztítattak és ember nélkül és lakó nélkül és oktalan állat nélkül vannak, örömnek szava és vigasság szava, vőlegény szava és mennyasszony szava, és azoknak szava, akik ezt mondják, dicsérjétek a seregek urát, mert jó az Úr, mert örökké való az ő kegyelme, aki hála áldozatokat hoznak az úrházába, mert visszahozom-e földnépét a fogságból, mint annak előtte, azt mondja az Úr. Ezt mondja a seregek ura e puszta helyen, amelyen nincs ember és barom, és ennek minden városában pásztorok fognak még lakozni, akik az ő juhaikat terelgetik. A hegyi városokban, a síkföldi városokban, a délfelől való városokban, a Benyámin földjén, Jeruzsálem környékén és Júda városaiban még júnyájak fognak átmenni a számlálónak keze alatt, azt mondja az Úr. Íme eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és megbizonyítom az én jó szómat, amelyet az Izrael házának és a Júda házának szóltam. Azokban a napokban és abban az időben sarjasztok Dávidnak igaz sarjadékot, és jogot és igazságot szereze földön. Azokban a napokban megszabadul a Júda, és bátorságban lakozik Jeruzsálem, és így hívják majd őt az Úr, ami igazságunk. Mert ezt mondja az Úr. Nem vész ki a Dávid férfi sarjadéka, aki az Izrael házának székébe üljön. És a Lévita papok férfi sarjadéka sem vész ki előlem, aki égő áldozatot áldozzon, és étel áldozatot égessen, és véres áldozatot készítsen mindenkor. És szól az Úr Jeremiásnak mondván: Ezt mondja az Úr: Ha felbonthatjátok az én szövetségemet a nappal, és az én szövetségemet az éjszakával, hogy se nap, se éjszaka ne legyen az ő idejében, az én szolgámmal, Dáviddal való szövetségem is felbomlik, hogy ne legyen fia, aki uralkodjék az ő székében és a lévitapapokkal az én szolgáimmal. Mint az ég serege meg nem számlálható, és a tenger fövenye meg nem mérhető, úgy sokasítom az én szolgámnak Dávidnak magvát, és a lévitákat, akik nekem szolgálnak. És szól az úr Jeremiásnak mondván. Nem vetted észre, mit szól-e nép, mondván, a két nemzetséget, amelyet az Úr kiválasztott vala elveté, és az én népemet megutálták úgy, hogy többi ő előttük nem nemzet az. Ezt mondja az Úr, ha a szövetségem nem lesz a nappal és az éjszakával, és ha nem szabtam törvényeket az égnek és a földnek, Jákobnak és az én szolgámnak Dávidnak magvát is elvetem úgy, hogy az ő magvából senkit fel ne vegyenek, aki uralkodjék Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak magván, mert visszahozom őket a fogságból, és megkegyelmezek nékik. 34. rész Az a beszéd, amelyet szólott az úr Jeremiásnak, amikor Nabukononozor, a babiloni király és az ő egész serege és a föld minden országa, amelyek az ő hatalma alatt voltak, és a népek mind vívták vala Jeruzsálemet és minden városát mondván. Ezt mondja az Úr az Izrael istene. Menj el és mondd meg Sedékiásnak, a Júda királyának, és így szólj néki. Ezt mondja az Úr. -e én odaadom-e várost a babiloni király kezébe, és felgyújtja ezt tűzzel. És te el nem szaladsz az ő kezéből hanem bizonyal megfognak és kezébe adnak, és a te szemeid meglátják a babiloni királynak szemeit, és az ő szája a te szól, és bemégy Babilonba. Mindazáltal hald meg az úrnak szavát sedékiás, Júda királya. Ezt mondja az úr te felőled. Nem halsz meg fegyver által. Békességben halsz meg, és amint füstöltek a te atyáidnak, az előbbi királyoknak, akik te voltak, úgy füstölnek néked is, és így síratnak téged. Jaj, Uram! Mert én szóltam ezt szót, ezt mondja az Úr. És megmondá Jeremiás próféta Sedékiásnak, a Júda királyának minden szavakat Jeruzsálemben. A babiloni király serege pedig vívja vala Jeruzsálemet és Júdának minden városát, Amelyek megmaradtak vala, tudnélik Lákist és azekát, mert a júdavárosai közül csak ezek maradtak meg, mint erősített városok. Ez a beszéd, amelyet szólt az Úr Jeremiásnak minek után a sedékiás király szövetséget kötött az egész Jeruzsálembeli néppel szabadságot hirdetvén köztük. Hogy ki kibocsássa szabadon szolgáját, és kiki az ő szolgáló leányát, a Héber férfit és a Héber leányt, hogy senki ne szolgáltasson közöttük az ő júdabeli atya fiával. És engedelmeskedtek minnyájan a fejedelmek és az egész nép, akik szövetséget kötöttek, hogy kiki szabadon bocsássa az ő szolgáját, és kiki az ő szolgáló leányát, hogy senki azokkal ne szolgáltasson többé, és engedelmeskedtek, és elbocsájtották azokat de azután elváltozának. És visszahozták a szolgákat és a szolgáló leányokat, akiket szabadon bocsátottak, és őket szolgákká és szolgáló leányokká tették. És lőn az úrnak szava Jeremiáshoz az úrtól mondván. Ezt mondja az úr, Izrael istene. Én szövetséget kötöttem a ti atyáitokkal azon a napon, amelyen kihoztam őket Egyiptom földjéről a szolgálatnak házából mondván, mikor a hét esztendő eltelik, kiki bocsássa el az ő héber atyafiát, aki néked eladatott vala, és hat szolgált szolgáltéged, bocsásd őt magadtól szabadon. De nem hallgatának a ti atyáitok engem, és fülüket sem hajtották erre. És ti ma megtértetek, és igazat cselekedtetek én előttem, Kiki szabadságot hirdetvén az ő atya fiának, és én előttem szövetséget kötöttetek abban a házban, amely az én nevemről neveztetett. De elváltoztatok, és beszenyeztétek az én nevemet, és kiki visszahozta az ő szolgáját, és kiki az ő szolgáló leányát, kiket egészen szabadon bocsájtottatok, és igába vetettétek őket, hogy nektek szolgáitok és szolgáló leányaitok legyenek. Azért ezt mondja az Úr, ti nem hallgattatok rám, hogy kiki szabadságot hirdessen az ő atyafiának, és kiki az ő felebarátjának. Íme, én hirdetek nektek szabadságot, azt mondja az Úr, a fegyverre, a döghalárra, és az éjségre, és odaadlak titekete föld minden országainak utálatára és odaadom a férfiakat, akik megszekték az én szövetségemet, akik nem teljesítették a szövetség pontjait, amelyet előttem kötöttetek tulokkal, amelyet kettévágának és átmentek annak részei között, Júdának fejedelmeit és Jeruzsálem fejedelmeit, az udvari szolgákat és a papokat és a földnek minden népét, akik átmentek a tulok részei között, odaadom őket az ő ellenségeik kezébe és az ő lelküket keresők kezébe. És az ő holtestük az égi madaraknak és a föld vadainak lesznek eledelévé. Sedékiást, a Júda királyát és az ő fejedelmeit is odaadom az ő ellenségeiknek kezébe, és az ő lelküket keresők kezébe, és a babiloni király seregének kezébe, amely eltávozik tőletek. Íme, én parancsolok, azt mondja az Úr, és visszahozom őket a városra, és vívják azt, és beveszik, és felgyújtják tűzzel, és pusztasággá teszem Júda városait lakhatatlanokká. 35. rész Az a beszéd, amelyet szólott az Úr Jeremiásnak, Jójákimnak, Jósiás Juda királyának fiainak idejében mondván: Menj el a rékábíták házához, és szólj velük, és vidve őket az úrházába, a kamrák egyikébe, és adj nekik bort inni. És mellém vevém Jaazániát, Jeremiásnak fiát, aki fia volt Habasániának, és az ő rokonait, és minden fiait, és a rékábíták egész háza népét és bevittem őket az úrházába, a hanám fiainak a kamrájába, aki Igdaliásnak az Isten emberének fia volt, amely a fejedelemnek kamrája mellett volt, mahaásiásnak, Sallum fiának kamráján felül, aki az ajtónak őrizője volt. És a Rékáviták házanépének fiai elé borral telt kancsókat és poharakat tettem. És ezt mondtam nekik. Igyatok bort, és feleltek. Nem iszunk bort, mert Jónadáb, Rékábnak fia, ami atyánk parancsolta nekünk mondván, ne igyatok ti bort soha, se a ti fiaitok. Se házat ne építsetek, se vetést ne vessetek, se szőlőt ne ültessetek, se ne tartsatok hanem sátorokban lakjatok teljes életetekben, hogy sok ideig éljetek-e földnek színén, amelyben ti jövevények vagytok. És hallgattunk Jónadábnak, a rékább fiának, ami atyánknak szavára mindabban, amit parancsolt nekünk, hogy teljes életünkben bort ne ígyunk mi, ami feleségeink, ami fiaink és ami leányaink. Se házakat ne építsünk, hogy azokban lakjunk, se szőlünk, se mezőnk, se vetésünk ne legyen nekünk. Hanem lakozzunk sátorokban. Hallgattunk azért, és az szerint cselekedtünk, amint nékünk Jónadába, ami atyánk megparancsolta vala. Mikor pedig feljöve Nabukodonozor a babiloni királya földre, akkor ezt mondánk. Gyertek el, menjünk be Jeruzsálembe a káldeai sereg előtt és a szíriabeli sereg előtt, és Jeruzsálemben lakoztunk. És szól az úr Jeremiásnak mondván. Így szól a seregek ura, az Izrael istene. Menj el, mondd meg a Júda férfiainak és Jeruzsálem lakósainak. Nem veszitek é -e fel az intést, hogy hallgassatok az én beszédeimre? Azt mondja az Úr. Jónadábnak a rékább fiának intései teljesedtek, amelyekkel megparancsolt az ő fiainak, hogy bort ne igyanak, és mindez ideig sem ittak bort, mert hallgattak az ő atyuk parancsolatjára, én is szóltam nektek, szóltam pedig jó reggel, de nem engedtetek nekem. És elküldtem hozzátok minden én szolgámat, a profétákat, és pedig jó reggel küldtem mondván, kérlek, kiki -ki térjen meg az ő gonosz útjáról, jobbítsátok meg cselekedeteiteket, és idegen Istenek után ne járjatok, hogy nekik szolgáljatok, és lakoztok a földön, amelyet nektek és a ti atyáitoknak adtam de fületeket sem hajtottátok rá, és nem hallgattatok rám. Mivel, hogy Jónadábnak, a rékább fiainak fia teljesítik az ő atyuknak parancsolatját, amelyet parancsolt vala nekik, ennép pedig nem hallgat rám, azért ezt mondja az Úr, a seregek istene, az Izrael istene. Íme én rábocsátom Júdára és Jeruzsálemnek minden lakóira mindama a ma veszedelmet, amelyről szóltam nekik. Azért, mert szóltam nekik, de nem hallották. Kiáltottam nekik, de nem feleltek. A Rékáviták házának pedig mondja Jeremiás. Ezt mondja a seregek ura, az Izrael istene. Mivel hogy hallgattatok Jónadábnak, a ti atyátoknak parancsolatjára, és megtartottátok minden parancsolatját, és úgy cselekedtetek, amint meghagyta volt néktek, azért ezt mondja a seregek ura, az Izrael istene. Nem fogyatkozik el Jónadábnak a Rékáb fiának maradéka, aki előttem álljon mindenkor. 36. rész és Jójákimnak, a Jósiás fiának, Júda királyának negyedik esztendejében is szól az Úr Jeremiásnak mondván. Végy elő egy könyvet, és mind írd bele a szókat, amiket én szóltam néked az Izrael és Júda ellen, és minden nemzet ellen, a naptól fogva, amelyen szóltam néked a Jósiás ideje óta minden napig, Hát, ha meghallja a Júda háza mindazokat a veszedelmeket, amelyeket én néki szerezni szándékozom, hogy ki, ki megtérjen az ő gonosz útjáról, és megbocsássam az ő bűnüket és védküket. És előhívá Jeremiás bárukot, a Néria fiát, és megírta báruk a Jeremiás szája után a könyvbe mindam a szókat, amelyeket az Úr szólott néki. És parancsolta Jeremiás báruknak mondván, én fogoly vagyok, nem mehetek be az úrházába. Azért te menj be, és a könyvből, amelyet az én számból írtál, olvasd el az úrnak szavait a népnek hallatára az úrnak házában bőti napon, és az egész júdának hallatára, akik felgyűlnek az ő városaikból, olvasd el nékik. Hát, ha az úr elé száll könyörgésük, és mindenki megtér az ő gonosz útjáról, mert nagy az Úr haragja és felháborodása, amelyel szólott az Úr e nép ellen. Báruk pedig a Néria fia mind a szerint cselekedék, amint néki Jeremiás próféta megparancsolta, elolvasván a könyvből az Úrnak szavát az Úrnak házában. És Jójákimnak a Jósiás fiának, Júda királyának ötödik esztendejében, a kilencedik hónapban, Bőtre hívták fel az Úr elé az egész Jeruzsálem népét, és az egész népet, amely Júda városaiból jött fel Jeruzsálembe. És elolvasá báruk a könyvből Jeremiás beszédeit az úrházában, Gamáriának, az írás tudó Sáfán fiának szobájában a felső pitvarban, az úrháza új kapujának nyílásában az egész nép hallatára. És hallá Mikeás Gamariának a Sáfán fiának fia, az úrnak minden beszédét a könyvből. És lement a királyházába, az írástudó szobájába, és íme ott ültek mind a főemberek, Elisám az írástudó, és Dalajás, Semájának fia, és Elnátán Agbornak fia, és Gamária Sáfának fia, és Sedékiás Hanániásnak fia, és a többi főember is." és elbeszéli nékik Mikeás mindazokat, amelyeket hallott a könyvből, amikor olvasá báruk a néphallatára. Azért elküldték mind a főemberek Jehudit, aki Nátániának fia volt, aki Selámiának fia volt, aki Kúsinak fia volt bárukhoz, mondván, a könyvet, amelyből olvastál a néphallatára, vet kezedbe, és jövel. És kezébe vette báruk, a Néria fia a könyvet, és elment hozzájuk. És mondának néki, ülj le csak, olvasd azt a mi fülünk hallatára, és elolvasta báruk fülük hallatára. És amikor meghallották minden szókat, megrettenve tekintettek egymásra, és mondának báruknak, bizony megjelentjük minden szókat a királynak. Bárukot pedig kérdezék mondván, jelents meg csak nekünk, mi módon írtad minde szókat az ő szájából. És mondanékik báruk. Szájával mondotta nékem minde szókat, én pedig beírtam meg könyvbe tintával. És mondának a főemberek báruknak, menj el, rejtőzzél el te és Jeremiás, és ne tudja senki, hol vagytok. És elmentek a királyhoz a pitvarba, és letették a könyvet az írás Elisámának a szobájában, és elmondák minden szókat a király hallatára. És elküldé a király Jéhudit, hogy hozza el a könyvet. Azért elhozá azt az írás Elisámának szobájából, és elolvasta az Jéhudi a király hallatára, és mindam a főemberek hallatára, akik a király előtt álltak. A király pedig a téli házban ült a kilencedik hónapban, és a tűz éget előtte. És amikor Jéhudi három vagy négy levelet elolvasott, elmetélte azt az írástudónak késével, és a tűzbe hajtotta, amely a tűzhelyen volt, míg nem az egész könyv megégett a tűzben, amely a tűzhelyen volt. Nem rettentek meg. Sem ruhájukat nem szaggatták meg a király és valamennyi szolgája, akik hallották minden szókat. Sőt, még Elnátán is, és Delája, és Gamária kérték a királyt, hogy a könyvet ne égesse meg. De nem hallgatott rájuk. Hanem meghagyta a király Jerék Máelnek, a Hamélek fiának, és Sérajának, az Azriel fiának, és Selémiának, az Abdeiel fiának, hogy fogják el bárukat, az írástudót, és Jeremiás prófétát, de az úr elrejtette őket. Szólt pedig az úr Jeremiásnak, miután a király megégette a könyvet és a beszédeket, amelyeket báruk a Jeremiás szájából írt mondván. Téri vissza, védj magadnak más könyvet, és írd bele mind az előbbi szókat, amelyek az előbbi könyvben voltak, amelyet Jójáki, ma Júda királya megégetett és Jójákimnak, a Júda királyának mondd meg, ezt mondja az Úr. Te égetted meg a könyvet mondván, miért írtál ilyen szókat bele? Bizonyosan eljön a babiloni király, és elveszti e földet, és kipusztít belőle minden embert és állatot? Ezért ezt mondja az Úr Jójákim felől, a Júda királya felől, nem lesz néki, aki a Dávid székébe üljön, és az ő holteste elvettetik nappal a hévre, éjszaka pedig a délre. És megbüntetem őt, és az ő magvát, és az ő szolgáit az ő bűneikért. És rájuk bocsájtom, és a Jeruzsálembeli polgárokra, és Júdának férfiaira mindazt a veszedelmet, amelyről szólottam nekik, de nem hallgattak meg. Azért más könyvet vőn Jeremiás, és adá azt Báruknak, az írás tudó Néria fiának, és beírá abba a Jeremiásnak szájából minden szavát annak a könyvnek, amelyet Jójákim, a Júda királya megégetett tűzben. És több dolgot is írtak bele, hasonlókat az előbbiekhez. 37. rész Uralkodott pedig Sedékiás király, Jósiásnak fia, Kónia helyett, aki Jójákimnak fia volt, kit Nabukodonozor a babiloni király királyát tett Júdának földjében. De nem hallgatás sem ő, sem az ő szolgái, sem a föld népe az Úrnak szavát, amelyet szólott vala Jeremiás próféta által, és elküldésedékiás király Jukált, Selémiának fiát, és Szofóniást, Mohásiás papnak fiát Jeremiás prófétához mondván. Kérlek, könyörög mi érettünk az Úrnak, a mi Istenünknek. Jeremiás pedig be és kimegy vala a nép között, mert még nem vettették őt be a tömlőcbe. A fáraó serege pedig kijött Egyiptomból, és a káldeusok, akik megszállották Jeruzsálemet, meghallották e hírt ő felőlük, és elhagyták Jeruzsálemet. És szól az úr Jeremiás profétának mondván, ezt mondja az Úr, Izrael Istene. Ezt mondjátok a Júda királyának, aki elküldött titeket én hozzám, hogy megkérdezzetek engem. Íme a fáraó serege, amely kijött a ti segítségetekre, visszamegy Egyiptom földjébe. És visszatérnek a káldeusok, és ostromolják-e várost, és beveszik azt, és megégetik tűzzel. Ezt mondja az Úr ne csaljátok meg magatokat, mondván, bizonyosan elmennek mi rólunk a káldeusok, mert nem mennek el. Mert ha a káldeusoknak egész seregét megveritek is, akik ostromolnak titeket, és közülük csak néhány megsebesült marad is, valamennyi felkél az ő sátorából, és megégetik-e város tűzzel. És mikor a káldeusok serege elvonult Jeruzsálem alól, a fáraó serege miatt, Jeremiás is kiindult Jeruzsálemből, menvén a Benyámén földjére, hogy osztályrészt kapjon onnan a nép között. Mikor pedig ő a Benyámin kapujához ért, és ott volt egy őr, akinek neve Jériás volt, Selémiásnak fia, aki Hananiásnak fia volt, megfogá az Jeremiás prófétát és mondta, Te a káldeusokhoz szököl, és mondta Jeremiás, Hazugság! nem szököm a káldeusokhoz, de nem hallgatott rá. És Jériás megfogá Jeremiást, és vivé őt a fejedelmekhez. És a fejedelmek megharagudtak Jeremiásra, és megvereték őt, és veték a fogházba az írás tudó Jonatán házába, mert azt rendelték fogháznak. Mikor Jeremiás a tömlőcbe és a börtönbe jutott, és sok napig volt ott Jeremiás, akkor elkülde Sedékiás király, és előhozatá őt, és megkérdezi a király a maga házánál titkon, és mondta: Van-e kijelentésed az úrtól? Akkor mondta Jeremiás, van. És azt is mondta: A babiloni király kezébe adatol. Azután mondta Jeremiás Sedékiás királynak, Mit vétettem ellened, és a te szolgáid ellen, és a nép ellen, hogy fogházba vetettetek engem? És hol vannak a ti profétáitok, akik profétáltak nektek, mondván, nem jő el a babiloni király ti ellenetek is a föld ellen? Most halld meg csak, Uram király, és hallgass meg az én könyörgésemet, és ne küldj engem vissza az írás tudó Jónatán házába, hogy ott ne halljak meg. Parancsolta azért Sedékiás király, hogy vessék Jeremiást a tömlőc pitvarába, és adjanak neki naponként egy-egy darab kenyeret a sütők utcájából, amíg minden kenyér elfogy a városból. És ott maradt Jeremiás a tömlőc pitvarában. 38. rész De meghallás Afátiás, Mattánnak fia, és Gedáliás Pasúrnak fia, és Jukál a Selémiás fia is, és Pasúr, a Melékiás fia, a szókat, amelyeket szólott vala Jeremiás az egész népnek mondván, Ezt mondja az Úr, aki megmarad-e városban, meghal fegyver miatt, éjség miatt és döghalál miatt, aki pedig kimegy a Káldeusokhoz, él, és az ő élete nyereség lesz neki és él. Ezt mondja az Úr. Bizonyal a babiloni király seregének kezébe adatik-e város, és beveszi azt. És mondának a fejedelmek a királynak. Kérünk, ő meg ezt az embert mert megerőtleníti a vitézek kezeit, akik megmaradtak a városban, és az egész nép kezeit, hogy eféle szókat szól nékik. Mert ez az ember nem a nép megmaradására igyekszik, hanem veszedelmére. És mond a sedékiás király. Ám a ti kezetekben van, mert a király semmit sem tehet ellenetekre. Akkor elvitték Jeremiást, hogy bevessék Melkiásnak, a hamélek fiának vermébe, amely a tömlőc pitvarában volt. És lebocsájtották Jeremiást köteleken. A veremben pedig nem víz volt, hanem sár és beesett Jeremiás a sárba. És meghallotta Ebed a szerecsen, aki udvari szolga volt, ő pedig a királyházában volt, hogy Jeremiást a verembe vetették, a király pedig a Benyámin kapuban ült vala. Kiment ezért Ebed a királyházából, és szólt a királynak mondván. Uram király, Gonoszul cselekedtek azok az emberek mindazzal, amit Jeremiás prófétával cselekedtek, akik őt a veremhez vetették. Mert meghalott éhen. Mert nem lesz ezután semmi kenyére városban. Parancsolt azért a király ebedmeleknek, a szerecsennek mondván. Végy magadhoz innét harminc embert, és vedd fel Jeremiás prófétát a veremből, mielőtt meghalna. Vőn azért ebedmelek magához harminc embert, és bement a királyházába, a kincstartóház alá, és hozott onnét régi ruhadarabokat és elszakadozott posztókat, és alábocsátá azokat Jeremiásnak köteleken a verembe. És mondta ebedmelek a, Ebed a szerecsen Jeremiásnak, Tedd a régi és elszakadozott ruhadarabokat hónod alá, a kötelek alá, és úgy cselekedik Jeremiás. Kivonták azért Jeremiást köteleken, és kihozták őt a veremből, és lakék Jeremiás a tömlőc pitvarában. Elkülde pedig Sedékiás király, és magához hozatá Jeremiás prófétát a harmadik ajtóig, amely volt az úrnak házában, és mondta a király Jeremiásnak. Téged valamiről kérdelek. Semmi tagadást benne ne tégy. Mondta pedig Jeremiás Sedékiásnak ha megjelentem neked, avagy nem bizonyosan megölsz engem, és ha tanácsot adok, nem hallgatsz rá. És megesküdött Sedékiás király Jeremiásnak titkon mondván, él az Úr, aki teremtette nekünk el lelket, hogy nem öllek meg, és nem adlak azoknak az embereknek kezébe, akik keresik a te lelkedet. Akkor mondta Jeremiás Sedékiásnak, ezt mondja az Úr, a seregek istene, az Izrael istene. Ha kimégy a babiloni király fejedelmeihez, él a te lelked, és e város nem égettetik meg tűzzel, hanem élsz te és a te házad népe. Ha pedig nem mégy ki a babiloni király fejedelmeihez, akkor e város a káldeusok kezébe adatik, felégetik ezt tűzzel, te sem szaladsz el kezükből. Mond a sedékiás király Jeremiásnak. Félek én a júdabeliektől, akik átszöktek a káldeusokhoz, hát ha azok kezébe adnak engem, és csúfoskodnak rajta. És mond a Jeremiás, nem adnak. Kérlek, halld meg az úrnak szavát, amelyet én mondok neked, és jó dolgod lesz, és a te lelkednek. Ha pedig te kimenni nem akarsz, ez a szó, amelyet megjelentett nékem az Úr. Íme minden asszony, aki megmaradt a Júda királyának házában, kivitetik a babiloni király fejedelmeihez, és ezt mondják azok, hogy megcsaltak téged, és erőt vettek rajtad a te jó akaró embereid, a te lábaid most beragadtak a sárba, ők pedig visszafordultak. Azért minden feleségedet és gyermekeidet kiviszik a káldeusoknak. Te sem meneked meg kezükből, hanem megfogatol a babiloni király kezével, és a várost felégeti tűzzel. Mondd pedig Sedékiás Jeremiásnak, senki se tudjon e szókról, és nem halsz meg. Ha meghallják a fejedelmek, hogy beszéltem veled, és eljönnek hozzád, és ezt mondják neked, mondd meg csak nekünk, mit beszéltél a királynak? Ne tagadj el abból tőlünk, és nem ölünk meg téged. És mit mondanéked a király? Akkor ezt mond nekik. Alázatosan könyörögtem a királynak, hogy ne vitessen vissza Jónatán házába, hogy meg ne halljak ott. És a fejedelmek mind elmentek Jeremiáshoz, és megkérdezték őt, és egészen úgy felelt nekik, amint a király parancsolta és hallgatással elmentek tőle, mert nem hallották vala a beszédet. És ott maradt Jeremiás a tömlőc pitvarában mind a napig, amelyen bevették Jeruzsálemet, és ott volt, amikor bevették Jeruzsálemet. 39. rész Sedékiásnak, a Júda királyának kilencedik esztendejében, a tizedik hónapban eljöve Nabukodonozor, a babiloni király, és egész serege Jeruzsálem ellen, és megszállák azt. Sedikiás 11. esztendejében a negyedik hónapban, a hónap kilencedikén ledőlt a város kőfala. És bementek a babiloni király fejedelmei mind, és leültek a középső kapuban. Nergál Rézer, Samogár Nebó, Sársekim, Babsáris, Nergál Rézer, Rabmág és mind a többi fejedelmei a babiloni királynak. És mikor meglátta vala őket Sedékiás, a Júda királya és mind a vitézlő férfiak, elfutamodának és kimenének éjjel a városból a király kertjén át az ajtón a két kőfal között, és kimentek a pusztába vivő úton. És űzék őket a káldeói seregek, és elfogták sedékiást Jerikó pusztájában, és elhozák őt, és elvivék Nabukodonozornak, a babiloni királynak riblába, Homád földjére, és ítéletet mondarája. És megöli a babiloni király sedékiásnak fiait láttára riblában és Júdának minden nemeseit is megölé a babiloni király. A sedékiás szemeit pedig kitolatá, és vasba vereti őt, hogy elvigye őt Babilonba. A királyházát pedig, és a népházait felgyújtották a káldeusok tűzzel, és Jeruzsálem kőfalait lerontották. A nép többi részét pedig, amely a városban maradt vala, és a szökevényeket, akik hozzá szöktek vala, a nép többi részét, a még megmaradottakat, elvivé Nabuzáradán, a poroszlók feje, Babilonba. A nép szegényeit pedig, akiknek semmiük sem volt, ott hagyta Nabuzáradán, a poroszlók feje, Júda földjében, és ad a nekik szőlőket és szántóföldeket azon a napon. Jeremiás felől pedig parancsot adott Nabukodonozor a babiloni király Nabuzáradának a poroszlók fejének mondván. Vedd őt magadhoz, és viselj gondot reá, és semmi bajt ne okoz neki, hanem azt cseleked vele, amit ő akar. És elkülde Nabuzáradán a poroszlók feje, és Nebusázban is és rézer, Rabmág és a babiloni királynak többi főembere elküldének, mondom, és elhozzák Jeremiást a tömlőc pitvarából, és rábízták őt Gadáliásra, Ahikámnak, a Sáfán fiának fiára, hogy hazavigye őt, és lakozzék a nép között. Az Úr pedig szól a Jeremiáshoz, mikor ő még a tömlőc pitvarában fogva volt, mondván: Menj el, és szólj ebedmelekkel a szerecsennel mondván. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Íme, én beteljesítem e város kárára, és nem javára mondott beszédeimet, és azon a napon szemeid előtt lesznek azok. És azon a napon megszabadítalak téged, azt mondja az Úr, és nem adatolom az emberek kezébe, akiktől félsz hanem bizonyára megszabadítalak téged. Nem esel el fegyver miatt, és a lelked zsákmányul lesz neked, mert reménységed volt bennem, azt mondja az Úr. 40. rész Az a szózat, amelyet az Úr szól a Jeremiásnak, miután Nabuzáradán a poroszlók feje elbocsájtá őt rámából, mikor elvitte vala őt, ő is láncokkal volt megkötözve a jeruzsálemi és júdai mindenféle foglyok között, akik Babilonba vitetnek vala. És a poroszlók feje elvivé Jeremiást, és mondta neki, az Úr, a te Istened rendelte ezt a büntetést te hely ellen. És ráhozta és megcselekedte az Úr, amint megmondotta vala. Mert vétkeztetek az Úr ellen, és nem hallgattatok az ő szavára, Azért teljesedetbe tirajtatok-e dolog? Mostan azért íme, én téged megszabadítolok a lánctól, amely a te kezeiden van. Ha tetszik neked Babilonba jönnöd, jöjj velem. Nekem pedig gondom lesz rád. Ha pedig nem tetszik neked, hogy eljöjj velem Babilonba, maradj itt. Íme az egész föld előtted van. Ahová jobbnak és helyesebbnek látszik menned, menj oda. De ő még nem tért vala vissza. Vagy menj vissza Gedáliáshoz, Ahikámnak, Sáfán fiának fiához, akit a babiloni király tisztartóvá tett Júda városaiban, és lakjál vele a nép között, vagy akár hová tetszik menned, oda menj. És ad a poroszlók feje neki étket és ajándékot, és elbocsájtá őt. És elméne Jeremiás Gedáliáshoz, Ahikámnak fiához Mispába, és ott lakék vele a nép között, akik megmaradtak a földön. És mikor meghallotta a seregek minden vezetője, akik a mezőn valának, ők maguk és az ő embereik, hogy a babiloni király Gedáliást Ahikámnak fiát tette tisztartóvá az országban, és hogy reábízta a férfiakat és az asszonyokat, a kisdereket és a föld szegényeit azok közül, akik Babilonba el nem vitettek vala, elmenének Gedáliáshoz Mispába, tudnilik Ismael, Natániának fia, és Jóhanán, és Jónatán, Káreának fia, és Serája, Tankumetnek fia, és a Netófáti Efaimnak fiai, és Jazánia, Malkátnak fia, ők és az ő embereik, és Gedáliás, Ahikámnak, Sáfán fiának fia, megesküvék nekik és az ő embereiknek mondván. Ne féljetek a káldeusoknak szolgálni, hanem lakozzatok-e földön, és szolgáljatok a babiloni királynak, és jó dolgotok lesz. És én íme mispában lakom, hogy szolgálatukra álljak a káldeusoknak, akik eljönnek hozzánk. Ti pedig szedjetek össze bort és gyümölcsöt, és olajat is szerezzetek edényeitekbe, és lakjatok a ti városaitokban, amelyeket elfoglaltatok. És mindazok a júdabeliek is, akik a moábitáknál, az ammon fiainál, az edomitáknál is, akik akár mely tartományban valának, meghallák, hogy a babiloni király júdából maradékot hagyott, és hogy gedáliást Ahikámnak, Sáfán fiának fiát tette előttük tisztartóvá. Azért hazajövének minnyájan a júdabeliek mindenünnen, ahová elfutottak vala, és eljövének a júda földjébe Gedáliáshoz mispába, és bort, és igen sok gyümölcsöt szerzének össze. És Jóhanán, Káreának fia, és a seregek minden vezetője, akik a mezőn valának, Szintén elmentek Gedáliáshoz Mispába, és mondának neki. Nem tudod-e, hogy Baálisz, az Ammoniták királya elküldötte Ismaelt, Natániának fiát, hogy téged megöljön? De nem híve azoknak Gedáliás, a fia. Jóhanán pedig Káreának fia titkolódzva mondta Gedáliásnak Mispában mondván. Elmegyek? És megölöm Ismaelt, Natániának fiát úgy, hogy senki se tudja, miért oltaná el a te életedet? Hiszen a júdabeliek, akik te hozzá gyülekeztek vala, mind eloszlanak, és Júdának maradéka is elvész. És mondta Gedáliás, Ahikámnak fia, Johanánnak, a káréja fiának. Ne cselekedd de dolgot, mert a hazugságot szólasz Ismael felől. 41. rész És a hetedik hónapban csak ugyan eljöve Ismael, Natániának, Elisáma fiának fia, aki királyi nemből és a király főemberei közül való volt, és tíz férfiú volt vele, Gedáliáshoz, Ahikámnak fiához Mispába, és együtt étkeztek Mispában. És felkelt Ismael, Natániának fia és a tíz férfiú, akik vele voltak, és megölték Gedáliást, a hikámnak, a sáfán fiának fiát szabjával, és megölé ő azt, akit a babiloni király tisztartóvá tett vala a földön. És mindazokat a júdabelieket is, akik Gedáliással valának Mispában, és a káldeusokat is, akik ott találtatának, tudnilik a vitézlő embereket, megölé Ismael. Másnap pedig, a gedáliás megölése után, még mikor senki sem tudta ezt, férfiak jövének Sikemből, Silóból és Szamáriából, nyolcvan férfiú levágott szakállal, megszaggatott ruhában és bevagdalt testtel, kezükben étel áldozat és tömjén, hogy áldozzanak az úrházában, és kiméne eléjük Ismael, Natániának fia Mispából, menés közben is sírván, és mikor eléjük ért vala, mondta nekik, gyertek el Gedáliáshoz, a hikámnak fiához. És mikor bementek vala a városba, megölte őket Ismael, Natániának fia, és hányá őket az árokba, ő és a férfiak, akik vele valának. De tíz ember találtaték ők közöttük, akik ezt mondták Ismaelnek, ne őj meg minket, mert kincsünk van nekünk a mezőn, búza és árpa, olaj és méz, és megtartóztatá magát, és nem ölte meg őket az ő atyuk fiaival. Az árok pedig, amelybe behányá Ismael mindam az emberek holtestét, akiket megölt Gedáliással együtt, az, amelyet Asa király csinált vala Baása ellen, az Izrael királya ellen. Ismael, Natáliának fia, megtöltötte ezt a megölettekkel. És fogságra vivéjel Ismáel a nép egész maradékát, amely Mispában volt, a király leányait és az egész népet, amely Mispában hagyatott vala, kiket Nabuzáradán a poroszlók feje Gedáliásra, Ahikámnak fiára bízott vala, fogjul őket azért Ismáel Natániának fia, és elindult, hogy az Ammon fiaihoz menjen és meghallál Johanán, Káreának fia és a seregek minden vezetője, akik ővele voltak, azt az egész gonoszságot, amelyet Ismael Natániának fia cselekedett vala és magukhoz vették mind az embereket, és elmentek, hogy megvívjanak Ismaellel, Natániának fiával, és elérték őt a nagy víznél, amely Gibeonnál volt. És mikor meglátta vala az egész nép, amely Ismállel volt, Johanánt, Káreának fiát és a seregnek minden vezetőjét, akik ővele valának, megörült. És visszatért az egész nép, amelyet Ismál elvitt a Mispából, és visszatére és elméne Johanánhoz, Káreának fiához. Ismál pedig Natániának fia nyolcad magával szaladt el Johanán elől, és az Ammon fiaihoz ment és magához vevén Johanán, Káreának fia, és a seregnek minden vezetője, akik ővele valának a nép minden maradékát, amelyet visszahoztak vala Ismaeltől, Natániának fiától, Mispából, miután az megölte Gedáliást, Ahikámnak fiát, az erős férfiakat, vitézeket és asszony népeket és gyermekeket és udvari szolgákat, akiket visszahozott vala Gibeonból, Elindulának, és megállapodának Gérut Kimhámnál, amely közel volt Betlehemhez, hogy elmenjenek és bemenjenek Egyiptomba. A káldeusok miatt, mert félnek vala tőlük, mert Ismael, Natániának fia megölte vala Gedáliást, Ahikámnak fiát, akit a babiloni király tisztartóvá tett vala a földön. 42. rész. Eljöve pedig a csapatoknak minden tisztje, és Johanán, a Káreának fia, és Jazánia, Ozániának fia, és az egész nép kicsintől fogva nagyig, és mondának Jeremiás prófétának. Hallgasd meg alázatos kérésünket, és könyörög értünk az Úrnak, a Te Istenednek minden maradékért, mert kevesen maradtunk meg a sokaságból, mint a Te szemeid jól látnak minket és jelentse meg nekünk az Úr, a te Istened az utat, amelyen járjunk, és a dolgot, amit cselekedjünk. És mondta nekik Jeremiás próféta. Meghallottam. Íme én könyörgök az Úrnak, a ti isteneteknek, a ti beszédeitek szerint, és mindazt, amit felel az Úr nektek, megjelentem nektek, el nem titkolok semmit tőletek. Ők pedig mondának Jeremiásnak. Az Úr legyen ellenünk tökéletes és igaz tanúbizonyság, ha nem mind ama beszéd szerint cselekszünk, amelyel elküld téged mi hozzánk az Úr, a te Istened. Ha jó, ha rossz, hallgatni fogunk az Úrnak, ami Istenünknek szavára, amelyért mi téged ő hozzá küldünk, hogy jó dolgunk legyen, mert mi hallgatunk az Úrnak, ami Istenünknek szavára. Lőn pedig tíz nap múlva, hogy szól az Úr Jeremiásnak, és oda hívá Johanánt, Káreának fiát és a seregeknek minden tisztjét, akik vele voltak, és az egész népet kicsintől fogva nagyig, és nekik, Ezt mondja az Úr, Izraelnek Istene, Akihez küldöttetek engem, hogy megjelentsem előtte a ti könyörgéseteket. Ha állandóan megmaradtok-e földön, felépítelek titeket, és el nem rontlak, és elplántállak titeket, és ki nem gyomlállak, mert megbántam a gonoszt, amit cselekedtem veletek. Ne féljetek a babiloni királytól, akitől most féltek ne féljetek tőle, azt mondja az Úr, mert veletek vagyok, hogy megtartsalak és megszabadítsalak titeket az ő kezéből. És irgalmasságot cselekszem veletek, hogy irgalmas legyen hozzátok, és lakni hagyjon titeket a ti földeteken. De ha ti ezt mondjátok, nem lakunk-e földön, nem hallgatván az Úrnak a ti isteneteknek szavára mondván, nem, hanem Egyiptom földjére megyünk be, ahol nem látunk harcot, és nem hallunk trombita szót, és kenyeret nem éhezünk, és ott lakozunk? Most azért halljátok meg az Úrnak szavát, Júdának maradékai. Ezt mondja a seregeknek ura, az Izrael istene. Ha ti csak orcáitokat fordítjátok is úgy, hogy bemenjetek Egyiptomba, és bementek, hogy ott tartózkodjatok, akkor a fegyver, amely tölti féltek, legott utolér benneteket Egyiptom földjén, és az éjség is, amitől rettegtek, körülvesztiteket Egyiptomban, és ott haltok meg. Mert az lesz, hogy mindazok a férfiak, akik úgy fordítják orcájukat, hogy bemenjenek Egyiptomba, hogy ott tartózkodjanak, meghalnak fegyver, Éség és dög halál miatt. És egy sem marad meg közülük, és nem szabadul meg a veszedelemtől, amelyet én bocsájtok reájuk. Mert ezt mondja a seregek ura, az Izrael istene. Miképpen kiömlik az én haragom és búsulásom Jeruzsálem lakosaira, azonképpen kiöntöm az én haragomat tirátok, ha bementek Egyiptomba és lesztek ott átok, csoda, szidalom, gyalázat, és többé nem látjátok e helyet. Az Úr szólott hozzátok, ó Júdának maradékai, ne menjetek Egyiptomba. Jól tudjátok meg, hogy bizonyságot tettem ma ellenetek, mert magatokat csaljátok meg a ti szívetekben, mert ti küldöttetek engem az Úrhoz, a ti istenetekhez mondván, könyörögj az Úrnak, ami Istenünknek, és amint szól az Úr, ami Istenünk, úgy jelentsd meg nekünk, és aképpen cselekszünk. Mikor pedig ma megjelentem nektek, nem hallgatok az Úrnak, a ti isteneteknek szavára is, egyáltalán azokra, amelyekért engem ti hozzátok küldött. Most azért tudjátok meg jól, hogy fegyverrel, ésséggel és döghalállal haltok meg a helyen, ahová kívánkoztok menni, hogy ott tartózkodjatok. 43. rész. És amint Jeremiás teljesen elmondta az egész népnek az Úr, az ő Istenük minden rendelését, amelyekért az Úr, az ő Istenük küldötte vala ő hozzájuk mindazokat a rendeléseket, mondom, akkor mondta Azáriás, Áriás, Hósájának fia, Johanán, Káreának fia és valamennyi kevés férfiak mondván Jeremiásnak. Hazugságot szólsz te. Nem küldött téged az Úr, ami Istenünk, hogy ezt mondjad, ne menjetek be Egyiptomba, hogy ott tartózkodjatok, hanem Báruk, Nériának fia izgat téged mi ellenünk, hogy minket a káldeusok kezébe adjon, hogy megöljenek minket és vitesenek Babilonba. És nem hallgata Johanán, Káreának fia, sem a seregnek valamennyi tisztje, sem az egész nép az úr szavára, hogy a Júda földjén maradjanak. Hanem elvívé Johanán, Káreának fia, és a seregnek minden tisztje Júdának egész maradékát, akik visszajöttek vala mindama nemzetek közül, ahová kiűzettek vala, hogy lakozzanak Júdának földjében, a férfiakat és az asszonyokat, a gyermekeket és a király leányait, és minden lelket, amelyet Nabuzáradán a poroszlók feje hagyott vala Gedáliással, Ahikámnak, Sáfán fiának fiával, és Jeremiás prófétát és Bárukot, Nériának fiát, és elmentek Egyiptomnak földjébe, mert nem hallgattak az Úr szavára, és bementek Táfnesig. És szól az Úr Jeremiásnak Táfnesben mondván, Végy a kezedben nagy köveket, és rejtsd el azokat a sárba, a tégla égető kemencébe, amely a fáraó házának ajtajában van, Táfnesben, a júdabeli emberek szemeláttára és ezt mond nekik. Ezt mondja a seregek ura, az Izrael istene. Íme. Én elküldök és felhozom Nabukodonozort, a babiloni királyt, az én szolgámat, és az ő székét e kövekre teszem, amelyeket elrejtettem, és azokra vonja fel az ő sátorát. És betör, és megveri Egyiptom földjét. Aki halálra való, halálra. Aki rabságra, rabságra. És aki fegyverre, fegyverre jut. És tüzet gyújtok Egyiptom isteneinek házaiban, és felégeti azokat, és foglyokká teszi őket, és magára ölti Egyiptom földjét, miképpen a pásztor magára ölti ruháját, és kimegy onnan békességgel. És Becsemesnek, amely Egyiptom földjében van, faragott képeit lerontja, és Egyiptom isteneinek házait tűzzel felégeti. 44. rész Az a szó, amely lőn Jeremiáshoz minden júdabeliek felől, akik laknak vala Egyiptom földjében, akik laknak vala Migdolban, Táfnesben, Nóvban és Pátrosz földjében mondvám. Ezt mondja a seregek ura, az Izrael istene. Ti láttátok mindazt a veszedelmet, amelyet ráhoztam volt Jeruzsálemre és Júdának minden városaira, és íme azok most pusztává lettek, és senki sem lakozik bennük. Az ő gonoszságukért, amelyet cselekedtek, hogy felingereljenek engem, elmenvén, hogy áldozatot vigyenek és szolgáljanak az idegen isteneknek, akiket ők nem ismernek, sem ti, sem a ti atyáitok. És elküldöttem hozzátok minden szolgámat, a prófétákat, és pedig jó reggel küldém el, mondván, kérlek, ne cselekedjétek ez utálatos dolgot, amit gyűlölök. De nem hallgattak, és a fülüket sem hajtották arra, hogy megtérjenek az ő gonoszságukból, és idegen isteneknek ne áldozzanak. Azért kiömlött az én bosszúm és az én haragom, és felgerjedt Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin, és pusztasággá és hivataggá lőnek minden napig. Most azért ezt mondja az Úr, a seregek istene, az Izrael istene. Miért szereztek nagy veszedelmet a ti lelketek ellen, hogy kipusztítsatok közületek férfit és asszonyt, gyermeket és csecsemőt Júda kebeléből, hogy magatoknak még csak maradékot se hagyjatok, ingerelvén engem a ti kezeitek alkotásaival, áldozván az idegen isteneknek Egyiptom földjén, amelyre ti tartózkodni jöttetek be, hogy veszedelmet szerezzetek magatoknak, és hogy átokba és gyalázatban legyetek e földnek minden nemzeténél. Vajon elfelejtkeztetek é a ti atyáitok gonoszságairól, és a Júda királyainak gonoszságairól, és az ő feleségeiknek gonoszságairól, és a ti gonoszságaitokról, a ti feleségeiteknek gonosságairól, amelyeket Júdának földjén cselekedtetek, és Jeruzsálemnek utcáin? Nem alázták meg magokat minden mai napig se, és nem féltek, sem az én törvényem szerinte nem jártak sem az én parancsolataim szerint, amelyeket előtök be és a ti atyáitok elébe adtam. Azért ezt mondja a seregeknek ura, az Izrael istene. Íme én ellenetek fordítom orcámat veszedelemre, és hogy az egész Júdát kipusztítsam. És felveszem Júdának maradékát, akik maguk elé tűzték, hogy bemennek Egyiptom földjére, hogy ott lakozzanak, és minnyájan megemésztetnek Egyiptom földjén, elesnek fegyver miatt, megemésztetnek ésség miatt, kicsintől fogva nagyig. Fegyver és ésség miatt halnak meg, és átokká, csodává, szidalommá és gyalázattá lesznek. És megfenyitem azokat, akik Egyiptom földjében lakoznak, miképpen megfenyítettem a Jeruzsálembelieket fegyverrel, ésséggel és döghalállal. És a Júda maradékai közül, akik idejöttek, hogy Egyiptom földjébe tartózkodjanak, senki sem menekül meg és szabadul meg, hogy visszatérjen Júdának földjébe, ahová lelkük hajtja őket, hogy oda visszatérjenek és ott lakozzanak, mert nem térnek vissza, hanem csak akik menekülnek. És feleltek Jeremiásnak mind a ma férfiak, akik tudták, hogy az ő feleségeik az idegen isteneknek áldoztak, és mindazok az asszonyok, akik ott álltak nagy tömegben, és az egész nép, amely Egyiptom földjén, Pátroszban lakozik valamondván. Abban a dologban, ami véget szóltál az Úr nevében, nem hallgatunk rád, hanem csak azt cselekesszük, amit mi, ami szánkkal fogadtunk, hogy füstölő áldozatot viszünk az ég királynéjának, és néki italáldozattal áldozunk, miképpen cselekedtünk mi, és a mi atyáink, és a mi királyaink, és a mi fejedelmeink Judavárosaiban és Jeruzsálemnek utcáin. Mert akkor beteltünk kenyérrel, és jó dolgunk volt, és semmi rosszat nem láttunk. De amióta nem áldozunk többé az ég királynéjának füstöléssel, és nem viszünk néki italáldozatot, mindenben szűkölködünk, és fegyver és ésség miatt emésztetünk. És hogyha mi az ég királynéjának füstölve áldozunk, és néki italáldozatot viszünk, vajon a mi férjeink híre nélkül csinálunk ki néki béleseket, hogy őt tiszteljük, és néki itali áldozatot vigyünk? Szóla azért Jeremiás az egész népnek, a férfiaknak és az asszonyoknak, és az egész népnek, akik ezt szót felelték néki mondván. A vagy a jó illatról, amelyet Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin füstöltetek ti és a ti atyáitok, a ti királyaitok és a ti fejedelmeitek és e föld népe, nem arról emlékezetté meg az Úr, és nem az jutotté néki eszébe, és nem szenvedhette tovább az úrati cselekedeteitek gonoszságát, az utálatosságok miatt, amelyeket cselekedtetek. És pusztasággá lett a ti földetek, és csodává, és átokká. Annyira, hogy senki sem lakja minden napig. Amiatt, hogy füstölve áldoztatok, és védkeztetek az úr ellen, és nem hallgattatok az úr szavára, és az ő törvényére, és az ő parancsolatai, és az ő tanúbizonyságai szerint nem jártatok, azért következett tirjátok ez a veszedelem minden napig. Mondta továbbá Jeremiás az egész népnek és az összes asszonyoknak. Halljátok meg az úr szavát, mint ti júdabeliek, akik Egyiptom földjén vagytok. Ezt mondja a seregek ura, az Izrael istene. Ti és a ti feleségeitek szóltatok a ti szátokkal, és végbevittétek a ti kezeitekkel, mondván, bizonyára teljesítjük a mi fogadásainkat, amelyeket fogadtunk az ég királynéjának, hogy füstölve áldozzunk, és néki italáldozatot vigyünk, megerősítvén megerősítettétek a ti fogadásaitokat, és megcselekedvén megcselekedtétek a ti fogadásaitokat. Azért halljátok meg az urszavát mind, ti júdabeliek, akik Egyiptom földjében lakoztok. Íme én az én nagy nevemre megesküdtem, azt mondja az Úr, hogy egyetlen júdabeli férfiú szája sem fogja az én nevemet kiejteni, mondván, él az Úristen egész Egyiptom földjén. Íme én vigyázok rájuk az ő kárukra, és nem javukra. És megemésztetik Júdának minden férfia, akik Egyiptom földjén vannak, fegyver miatt, éjség miatt, míg nem mind elfogynak. De akik a fegyvertől megszabadulnak, visszatérnek Egyiptom földjéről Júdának földjére, szám szerint kevesen. És mind megtudják Júdának maradékai, akik bementek Egyiptom földjébe, hogy ott tartózkodjanak, melyik szó teljesedik be, az enyéme vagy az övék? És ez lesz nektek a jel, azt mondja az Úr, hogy én meglátogatlak titeket ezen a helyen, hogy megtudjátok, hogy bizonyára megállnak az én beszédeim a rátok következendő veszedelem felől. Ezt mondja az Úr. Íme én odaadom a fáraó ofrát, Egyiptom királyát az ő ellenségeinek kezébe, és az ő lelkét keresők kezébe, miképpen odaadtam Sedékiást, a Júda királyát, Nabukodonozornak, a Babiloni királynak, az ő ellenségének és az ő lelkét keresőnek kezébe. 45. rész Az a szó, amelyet Jeremiás próféta szólt Báruknak, Néria fiának, mikor ő könyvbe írta e szókat Jeremiás szájából, Jójákimnak, Jósiás, Júdabeli király fiának negyedik esztendejében mondván. Ezt mondja az Úr Izrael Istene, tenéked Báruk ezt mondottad. Jaj, most tannékem, mert az Úr az én bánatomra fájdalmat adott. Elfáradtam az én fohászkodásomban, és nyugodalmat nem találtam. Ezt mondnéki. ki. Ezt mondja az Úr. Íme, akiket én felépítettem, elrontom. És akiket én beplántáltam, kiszaggatom. És pedig az egész földön és te kívánsz magadnak nagyokat. Ne kívánj! Mert íme én veszedelmet bocsájtok minden testre, ezt mondja az Úr, és a telelkedett zsákmányul adom néked minden helyen, ahová elmégy. 46. rész Ez a szó, amelyet az Úr szólott Jeremiás profétának a pogányok felől, Egyiptom felől, a Nékó fáraónak, Egyiptom királyának serege felől, amely az Eufrates folyó mellett Kárkemészben volt, amelyet megvert Nabukononozor, a babiloni király, Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának negyedik esztendejébe. Készítsetek vértet és pajst, és induljatok a harcra. Nyergejétek a lovakat, és üljetek felti lovasok, és legyetek sisakokban tisztítsátok a kopját, öltsétek fel a páncélokat. Mit látok? Ők megriadva hátrálni kezdenek, vitézeik leveretnek és futásnak erednek, és vissza sem tekintenek. Mindenfelől félelem, azt mondja az Úr. Nem futhat el a gyors, és az erős sem menekülhet el. Észak felé az Eufrátes folyó mellett legyőzetnek és elhullanak. Kicsoda ez, aki növekedik, mint a folyó víz, és olyan, mint a megháborodott vízű folyamok. Egyiptom növekedik úgy, mint a folyó víz, és mint a megháborodott vízű folyamok, mert ezt mondja, felmegyek, ellepem a földet, elvesztem a várost és a benne lakókat. Jöjjetek fel lovak, és zörögjetek szekerek, jöjjetek ki vitézek, a szerecsenek és a líbiabeliek, akik pajst viselnek, és a líbiabeliek, akik kézívet viselnek. Az a nap pedig az Úrnak, a seregek urának büntető napja, hogy bosszút álljon ellenségein. És a fegyver felemészt és jól lakik, és megrészegül az ő vérükkel, mert áldozatja lesz az Úrnak, a seregek urának északföldjén, az Eufrátesz folyó mellett. Menj föl Gileádba, és végy balzsamot, te szűz, Egyiptomnak leánya. Hiába sokasítod az orvosságokat, nincs gyógyír számodra. Hallották a pogányokat a te gyalázatodat, és a te kiáltásoddal betelt a föld, mert vitéz vitézbe ütközött, és mind a ketten együtt estek el. Az a szó, amelyet az úr Jeremiás prófétához szólott Nabukodonozornak, a babiloni királynak eljövetele felől az Egyiptom földjének megverésére. Hirdessétek Egyiptomban, és híreszteljétek Migdolban, híreszteljétek Nóvban és Táfnezben, és ezt mondjátok. Állj elő, és készítsd fel magadat, mert fegyver emészti meg a te kerületeidet. Miért verettek le a te erőseit? Nem állhattak meg, mert az Úr rettentette el őket. Megsokasította a tántorgót, egyik a másikra hullott, és ezt mondották: Kelj fel, és menjünk vissza a mi népünkhöz és a mi szülőföldünkre az erőszakoskodó fegyver elől. Ezt kiáltják akkor: A fáraó egyiptom királya, a háborúságnak királya elhaladta a rendelt időt. Élek én, azt mondja a király, akinek a neve seregek ura, hogy mind a táborhegy áll a hegyek között és mint a kármel a tenger között, úgy jő el. Készíts magadnak elköltözésre való edényeket Egyiptom leányának lakosa, mert Nóf elpusztul és megég, lakhatatlanná lesz. Szép üsző Egyiptom, de pusztulást törre észak felől. Még zsoldosai is olyanok ők közöttük, mint a hízlalt borjuk, de ők is meghátrálnak, egyetemlegesen elfutnak, meg nem állnak, mert romlásuk napja jön rájuk, az ő megfenyítetésük ideje. Az ő szava, mint a csúszó kígyóé, mert nagy sereggel indulnak, és szekercékkel jönnek ellene, mint a favágók. Kivágják az ő erdejét, azt mondja az Úr, mert beláthatatlanok, mert többen lesznek, mint a sáskák, és megszámlálhatatlanok. Megszégyenül egyiptom leánya, északi nép kezébe jut. Ezt mondja a seregek ura az Izrael istene. Íme én megfenyitem no Ammont, és a fáraót, és egyiptomot, és az ő isteneit, és királyait, mind a fáraót, mind azokat, akik bíznak benne. Odaadom őket, az ő lelkük keresőinek kezébe, és Nabukodonozornak, a babiloni királynak kezébe, és az ő szolgáinak kezébe. De azután úgy lakoznak abban, mint azelőtt. Azt mondja az Úr. És te ne félj, ó én szolgám Jákob, és ne rettegj Izrael, mert íme én megszabadítalak téged messziről, és a te magodat is az ő fogságuk földjéről és visszatér Jákob, és megnyugszik, és békességben lesz, és nem lesz, aki megijessze. Ne félj te, ó én szolgám Jákob, ezt mondja az Úr, mert én veled vagyok, mert véget vetek minden nemzetnek, akik közé kivetettelek téged, neked pedig nem vetek véget, hanem megverlek téged ítélettel, mert nem hagyhatlak teljesen büntetés nélkül. 47. rész. Az a szó, amelyet az Úr szólt Jeremiás prófétának a filiszteusok felől, mielőtt megverte a fáraó gázát. Azt mondja az Úr, íme víz indul meg éjszakról, és olyan lesz, mint a kiáradott folyó, és elárasztja a földet és annak mindenét, a várost és annak lakosait, és kiáltanak az emberek, és a föld minden lakosa ordít. Ménei patáinak csattogó hangjától, szekereinek zörgésétől, kerekeinek zúgásától nem gondolnak az atyák a fiakra erejük ellankadása miatt. És a nap miatt, mely eljött, hogy elpusztítsa egész Filiszteát, kivágja Tíruszt és Szidont, és segítségének minden megmaradt töredékét mert az Úr elrontja Filiszteát, a Kávtor szigetének maradékát. Kopasság lepte meg Gázát. Askalon elnémult. Maradéka az ő völgyüknek, meddig vagdalod magadat. Ó szabjája az Úrnak, meddig nem nyugszol meg. Rejtsd el magadat a te hüvelyedbe, nyugodjál meg és hallgass. Miképpen nyughatik meg, Holott az Úr parancsolt néki. Askalonra és a tengerpartjára oda rendelte őt. 48. rész Moab felől ezt mondja a sedegek ura, az Izrael istene. Jaj Névónak, mert elpusztítatott, megszégyenült, bevétetett, kirjátaim, misgád megszégyenült és elrémült. Nincs már dicsősége Moábnak hasbomban. Gonosz gondoltak ő ellene mondván, gyertek el és veszessük el őt, ne legyen nemzetség. Madmen, te is elnémulsz, fegyver jár nyomodban. Nagy kiáltás hallatszik horonáimból, pusztulás és nagy romlás. Elnyomorodott Moáb, kicsinyei sikoltva kiáltanak. Mert a lújhágóján hágóján siralmat ér, mert horonáim lejtőin az ellenség hallatja vészkiáltását. Fussatok, mentsétek meg lelketeket, és legyetek, mint a hangafa a pusztában, mivel hogy a te bizodalmad marháidban és kincseidben volt, te is bevétetel, és kámos fogságra megy papjaival, fejedelmeivel együtt és rátör a pusztító minden városra. Egy város sem menekedik meg, és elvész a völgy, és feldúlatik a síkság, amint megmondotta az Úr. Adjatok szárnyat Moábnak, hogy repülvén elrepülhessen, mert az ő városai elpusztulnak, és senki sem lakik azokban. Átkozott, aki az Úrnak dolgát csalárdul cselekszi, és átkozott, aki fegyverét kíméli a vértől nyugodtan élt Moáb gyermekségétől fogva, és pihent az ő seprején, és edényből edénybe nem öntötték, és fogságra sem ment, azért maradt meg az íze rajta, és nem változott el az ő szaga. De íme eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és a rablókat bocsájtok rá, akik megrabolják őt, és megüresítsék edényeit, palackjait pedig összetörjék és megszégyenül Moáb Kámos miatt, amint megszégyenült Izrael háza Bétel miatt, amelyben bizodalma volt. Mi módon mondjátok, hősök vagyunk, és vitéz férfiak a harcra. Elpusztul Moáb, városai fellobbannak, válogatott ifjai pedig Mészárszékre jutnak, ezt mondja a király, akinek neve Seregek ura. Közel van Moab veszedelme. Imhol ő, és igen siet az ő veszedelme. Bánkodjatok miatt a minnyájan, akik körülte vagytok, és minnyájan, akik ismeritek az ő nevét. Mondjátok, hogy eltört az erős vesző, a dicső pálca. Szállj le a dicsőségből, és ülj szomjan Dibonnak megmaradt leánya. Mert a Moab pusztítója feljött ellened elrontja a te erősségeidet. Állj meg az úton, és nézz ide-oda, aróér lakósa. Kérdezd meg a futót és a menekülőt, és ezt mondd, mi történt? Megszégyenült Moab, mert megtört. Ordítsatok és kiáltsatok. Hirdessétek Arnonban, hogy elpusztítatott Moab. Mert rájött az ítélet a sík földre, Hólondra, Jására, és Mefátra, és Diborra, Nébóra, és bet és Kirjáthaimra, bet és Bet-Meonra, és Kirjátra, Bocrára, és moáb földjének minden messze és közel való városaira. Letöretett a Moab szarva, és karja levágatott, ezt mondja az úr. Részegítsétek le őt, mert hősködött az Úr ellen, és heverjen Moáb az ő okádásában, és legyen csúfság ő is. Vajon nem csúfod volt én -e néked az Izrael? Avagy a lopók között találtatott, hogy mikor szólottál felőle, kevén hánytad magadat? Hagyjátok el a városokat, és lakjatok a kősziklákban, Moab lakosai és legyetek, mint a galamba, amely az oduszáján belül rak fészket. Hallottuk a moáb kevéségét, Igen, kevé. Az ő felfúvalkodását és kevéségét, kérkedését, és az ő szívének elbizakodottságát. Én ismerem, ezt mondja az úr, az ő szertelenkedését és az ő fecsegése nem igaz, és nem igaz a cselekedetesen. Azért jajgatok Moábon, és az egész Moábért kiáltok, és kírheres férfiaiért nyög az én lelkem. Jobban siratlak téged, mint siratták Jaézert, aki Sibmának szőlője. A te hajtásaid túlhatoltak a tengeren, a Jaézer tengeréig értek, a te nyári gyümölcseidre és a te szüreteidre pusztító rontot és eltűnik az öröm és vigasság Kármelből és a Moab földjéről, és a kádakból kifogyasztom a bort, nem sajtolnak örömzajjal, az éneklő nem énekel. Hesbon kiáltása miatt állíg és jáhásig felhat az ő szavuk. Soártól fogva horonáimig és eglát selissájáig, mert a nimrim vize is elapad. És kifogyasztom Moábból, azt mondja az Úr, aki a magaslaton áldozik, és füstöt gerjeszt az ő isteneinek. Ezért zokog a szívem Moábért, mint a síp, és zokog szívem a kírhéres férfiaiért, mint a síp, mivel hogy a kincsek elvesztek, amiket gyűjtött. Mert minden fő kopasz, és minden szakál elnyiratott. Minden kézen metélések, és minden derékon gyászruha. Moábnak minden házpadján és utcáján, mindenütt síralom, mert összetörte Moábot, mint az edényt, mely semmire kellő, azt mondja az Úr. Jajgatnak ezt mondván, hogy összezúzatott, hogy fordult háttal Moáb megszégyenülve, és csúffá lett Moáb és rettentésre mindazoknak, akik körülte vannak mert ezt mondja az Úr. Íme, mint a saskesejű repül rá, és kiterjeszti Moábra szárnyait. Mert ezt mondja az Úr. Íme, mint a saskesejű repül rá, és kiterjeszti Moábra szárnyait. Bevétettek a városok, és az erősségek elfoglaltattak, és a Moab vitézeinek szíve olyan volt a -e napon, mint a vajúdó asszonyoknak szíve és Moáb elpusztul, úgy, hogy nem lesz többé nép, mert az Úr ellen felemelkedett. Félelem, verem és törjő ellened Moáb lakosa, azt mondja az Úr. Aki elfut a félelem elől, a verembe esik, és aki kijő a veremből, a törben fogatik meg, mert rábocsájtom Moábra az ő megfenyítésének esztendejét, azt mondja az Úr. A hesbon árnyékában állanak meg a hatalom elől futók. De tűz jön ki hesbomból, és láng szihonnak közepéből, és elemészti Moábnak üstökét, és a háborgó fiaknak koponyáját. Jaj néked, Moáb! Elveszett kámosnak népe, mert fiaid fogságra vitettek, és leányaid is fogságra. De visszahozom Moábot a fogságból, sok idő múlva azt mondja az Úr. Eddig van a Moab ítélete. 49. rész Az Ammon fiai felől ezt mondja az Úr. Nincsenek-e Izraelnek fiai? Nincsené -e örökösenéki? Miért birtokolja Milkon Gádot, és az ő népe miért lakik annak városaiban. Azért íme eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és harci riadót hallatok rabbában az Ammonfiaival, fiaival, és romhalommá lesz, és leányai tűzzel égettetnek meg, és Izrael birtokolja azokat, akik most őt birtokolják, azt mondja az Úr. Ordícs Hesbon, mert elpusztítatott hái. Kiáltsatok rabba leányai, öltözzetek gyászba, sírjatok, és futkossatok a szorosokon, mert Milkom a fogságba megy, papjai és fejedelmei is vele együtt. Mit dicseked el völgyeddel, völgyed bőségével, engedetlen leány, aki az ő kincseiben bízik, és ezt mondja, kicsoda támad ellenem. Íme én félelmet bocsájtok reád, azt mondja az Úr, a seregek ura, minden szomszédot felől, és szétrebbentek egymástól, és nem lesz, aki összegyűjtse az elszéletteket. De azután visszahozom majd a fogságból az Ammon fiait, azt mondja az Úr. Ezt mondja a seregek ura Edom felől. Nincs bölcsesség többé témán van. Elveszetté a tanács az értelmesektől. Hiába valóvá lettél a bölcsességük. Fussatok, forduljatok, rejtőzzetek el mélyen Dédán lakosai, mert Ézsau veszedelmét hozom őre á az ő megfenyítetésének idején. Ha szőlőszedők törnek rád, nem hagynak gerezdeket. Ha éjjeli tolvajok, pusztítanak, amíg nékik tetszik. Bizony, én mezítelenné teszem Ézsaut, titkait kijelentem, és el nem rejtőzhetik, magva elpusztul, és atya fiai és szomszédai sem lesznek. Hagyd el a te árváidat, én eltartom özvegyeidet is. Bennem vessék reménységüket. Mert azt mondja az Úr, Íme, akiknek nem kell vala meginniuk a pohárt, ugyancsak megisszák. Te pedig teljesen büntetlenül maradnál? Nem maradsz büntetlenül, mert bizonyára megiszod. Mert én magamra esküdtem meg, azt mondja az Úr, hogy utálattá és gyalázattá, pusztasággá és átokká lesz bocra, és minden városa örökké való pusztasággá lesz. Hírt hallottam az Úrtól és követ küldetett a nemzetekhez, aki ezt mondja. Gyűjjetek össze, induljatok ellene, és keljetek fel a harcra, mert íme, kicsinyé teszlek téged a nemzetek között, és az emberek között utálatossá. A te könnyelműséget csalt meg téged, és a te szíved kevéssége az, aki a sziklák hasadékaiban lakol, és elfoglaltad a halmok tetejét. Ha olyan magas helyen rakod és fészkedett, mint a sas kesejű, onnét is lerántalak téged, azt mondja az Úr. És pusztasággá lesz Edom, aki csak átmegy rajta, elálmélkodik, és sziszeget egész veresége felett. Amint Szodomának és Gomorának és az ő szomszédainak elsüllyedésekor volt, azt mondja az Úr, ott sem lakik több ember, és benne emberek fia nem tartózkodik. Íme, mint oroszlán jön fel a Jordán erdőségéből az örök zöld legelőre, de hamarsággal kiűzöm őt onnan, és a kiválasztottat teszem azon fejedelemmé, mert kicsoda hozzám hasonló, és kiszabnékem törvényt, és kicsoda az a pásztor, aki megállhat ellenem. Halljátok meg azért az Úr tervét, amelyet tervezett Edom felől, és az ő gondolatait, amelyeket gondolt témán polgárai felől. Bizony elhurcolják őket, a júnyáj kicsinyeit, bizony szörnyülködik rajtuk a saját legelőjük. Az ő romlásuk zajától megrendül a föld, az ő kiáltásuk szava elhallatszik a veres tengerig. Íme feljő, mint saskeselyű, és repül és szárnyait szétterjeszti bocrán. És Edom vitézeinek szíve olyan lesz azon a napon, mint a vajúdó asszonyok szíve. Damaszkus felől. Megszégyenült Emát és Árpád, mert gonosz hírt hallottak, és remegnek, mint a háborgó tenger, amely nem nyughatik. Megrendült Damaszkusz, futáshoz készül, és reszketés fogja el. Szorongás és fájdalmak szállják meg őt, mint a szülőasszonyt. Miért is nem marad ki a dicsőséges város az én örömömnek városa? De elhullanak az ő ifjai is az ő utcájukon, és minden harcoló ember levágatik azon a napon, azt mondja a seregek ura. És tüzet gyújtok Damaszkusz kőfalán, és megemészti a Benhadát palotáit. Kédárnak és Házornak országai felől, amelyeket megvert Nabukodonozor, a babiloni király, ezt mondja az Úr. Keljetek fel, menjetek fel Kédárra, és pusztítsátok keletnek fiait sátoraikat és nyájukat elveszik, és kárpityaikat és minden edényüket és tevéiket elviszik, és ezt kiáltják feléjük rettegés körös körül. Fussatok el! Igen, siessetek! Rejtőzzetek el mélyen, házornak lakói, azt mondja az Úr, mert tervet tervezett ellenetek Nabukodonozor, a babiloni király, és ellenetek gondolatot gondolt. Keljetek fel, menjetek a békességes nemzet közé, azok közé, akik bátorságban lakoznak, azt mondja az Úr, sem kapujuk, sem zárjuk nincsen, egyedül laknak. Tevéik prédává lesznek, és az ő sok barmaik zsákmányjá, és elszórom őket, egy nyírot üstöküeket minden szél felé, és minden oldal felől veszedelmet hozok rájuk, azt mondja az Úr. És házor sakálok lakhelyévé lesz, örökké való pusztasággá, senki nem lakik ott, és embernek fia nem is tartózkodik azon. Az Úr szava, amelyet szólt Jeremiás prófétának elám felől Sedékiásnak, a Júda királyának országlása kezdetén mondván. Ezt mondja a seregek ura, Íme én eltöröm az elám kézívét, erejének zsengéjét, és négy szelet hozok elám ellen, az égnek négy határáról, és elszórom őket mindenik szél felé, és nem lesz nemzet, akihez nem futnak az elám szökevényei. És megrettentem elámot az ő ellenségei előtt, és az ő lelküknek keresői előtt, és veszedelmet hozok reájuk, az én felgerjed haragomat, azt mondja az Úr, és utánuk bocsátom a fegyvert mindaddig, amíg meg nem eméztem őket. És az én székemet elámba helyezem, és kivesztem onnét a királyt és a fejedelmeket, azt mondja az Úr. De végezetre visszahozom elámot a fogságból, azt mondja az Úr. ÖTVENEDIK RÉSZ az a szó, amelyet szólt az úr Babilon felől és a káldeusok földje felől Jeremiás próféta által. Hirdessétek a nemzetek között, és hallassátok! Emeljétek fel a zászlót! Hallassátok, és el ne titkoljátok. Ezt mondjátok! Bevéteted Babilon! Megszégyenült Bél! letöretet Merodák! megszégyenültek az ő faragott képei, letörettek az ő bálványai. Mert éjszakról nép jön fel ellene, pusztává teszi ez az ő földét, és nem lesz, aki lakozzék benne, embertől fogva a baromig elfutnak, elmennek. Azokban a napokban és abban az időben, azt mondja az Úr, eljönnek az Izrael fiai, ők és a Júda fiai együtt, sírva jönnek és mennek, és keresik az Urat, az ő Istenüket. A Sion felől kérdezősködnek, arra felé fordítják orcájukat. Eljönnek és odaadják magukat az Úrnak örök szövetségre, amely feledhetetlen. Elveszett junyáj volt az én népem. Pásztorai félrevezették őket. A hegyekben bújdostatták őket, hegyről halomra jártak, elfelejtkeztek az ő tanyájukról. Aki csak reájuk talált, emésztette őket, és az ő elnyomóik ezt mondták. Nem védkeztünk, mert vétettek az Úr ellen, pedig igazságot hona, atyáiknak reménysége volt az Úr. Fussatok ki Babilonból, és jöjjetek ki Káldea földjéből, és olyanok legyetek, mint a kecskebakok a nyáj előtt. Mert íme én nagy nemzetek gyülekezetét támasztom, és hozom fel Babilorra északnak földjéről, és sorakoznak ellene, legod bevétetik. Nyilai olyanok, mint a legyőzhetetlen vitézé, aki nem tér vissza sikertelenül. És Káldea prédává lesz, akik prédára vetik őt, mind betelnek vele, azt mondja az Úr. Csak örüljetek, csak tomboljatok örökségem elpusztítói. Csak ugrándozzatok, mint a nyomtató tinó, és nyerítsetek, mint a mén lovak. Megszégyenül a ti anyátok, a ti szülőtök igen csúfá lesz. Íme a nemzetek seprejévé, pusztává, szárazföldé, sivataggá lesz. Az úr haragja miatt nem lakoznak rajta, hanem egészen pusztaságá lesz, aki csak átmegy Babilonon, álmélkodik és sziszeget egész veresége felett. Sorakozzatok körös körül Babilon ellen, minti iászok. Jöjjetek rá, ne kínéljétek a nyilat, mert az Úr ellen védkezett. Kiáltsatok rá körös körül, kezét adta, lehullottak az ő szegletkövei, leromlottak az ő kőfalai, bizony az Úr büntetése ez büntessétek meg őt, és amint cselekedett, úgy cselekedjetek vele. Vágjátok ki Babilonból a magvetőt, és aki sarlót fog aratás idején. A gyilkos fegyver elől kiki az ő népéhez szalad, kiki az ő földe felé fut. Elszélet júnyáj az Izrael, oroszlánok kergették szét, először benyelte őt Asszíria királya, Végre pedig ez a Nabukodonozor, a babiloni király megtörte az ő csontjait. Azért ezt mondja a seregek ura, az Izrael istene. Ímei megfenyítem a babiloni királyt és az ő földét, miként megfenyítém az asszíriai királyt. És visszaviszem az Izraelt az ő lakhelyére, és Básánban legel, és a Kármelen, és az Efraim hegyén, és Gileádban megelégszik az ő lelke. Azokban a napokban, és abban az időben, azt mondja az Úr, kerestetik az Izrael bűne, de nem lesz. A Júda de nem találtatnak, mert kegyelmes leszek azokhoz, akiket meghagyok a kétszer pártütők földjére menj fel, és a meglátogattatás lakóit írtsd ki. Őjed és írtsad őket, azt mondja az Úr, és mind a szerint cselekedjél, amint parancsoltam néked. Harci zaj a földön, és nagy romlás. Hogy elmúlott és összetört az egész föld pöröje? Milyen utálatosá lett Babilon a nemzetek között? Törbe ejtettelek téged, és meg is fogadtál Babilon. De nem tudtad. Utol érettél, és megragadtattál, mert pörlekedtél az Úrral. Felnyitotta az Úr az ő tárházát, és előhozta az ő haragjának szereit, mert egy cselekedet az Úré, a seregek uráé, Kálde a földén. Törjetek rá a szélekről, nyissátok fel az ő magtárait, tapodjátok őt, mint a kévét, és írtsátok ki, hogy ne legyen maradéka. Döfjétek le minden tulkát, levelük a vágóhidra. Ó, jaj nékik, mert eljött az ő napjuk, az ő megfenyittetésük ideje, a futók és a Babilon földjéből menekülők zaja megjelentik majd a Sionon az Úrnak, ami Istenünknek bosszú állását. Az ő templomáért való bosszú állását. Gyűjtsetek össze Babilon ellen igen sokat. Mindenkit, aki kézívet feszít, körös körül járjatok ellene tábort, hogy senki el ne szaladhasson. Fizessetek meg néki az ő cselekedete szerint, amint ő cselekedett, úgy cselekedjetek vele, mert az Úr ellen kevékedett, az Izraelnek szentje ellen. Azért elhullanak az ő ifjai az ő utcáiban, és minden vitéze elvész azon a napon, azt mondja az Úr. Íme, én ellened vagyok, te kevé, azt mondja az Úr, a seregek ura. Mert eljött a te napod, a te megfenyítésed napja. És megbotlik a kevély, és elesik. És senki nem lesz, aki felköltse őt. És tüzet gyújtok az ő városaiban, hogy megemésze azokat, akik körülte vannak. Ezt mondja a seregek ura, megnyomorítattak az Izrael fiai és Júda fiai együtt és minnyájan, akik fogságra vitték őket, beléjük ragadtak, nem akarják őket elbocsájtani. De az ő megváltójuk erős, seregek ura az ő neve. Bizonyal felveszi az ő perüket, hogy megnyugtassa a -e földet, és Babilon lakóit megrettentse. Fegyver lesz a káldeusokon, azt mondja az Úr, és Babilon lakóin és az ő fejedelmein és az ő bölcsein. Fegyver lesz az ő varázslóin, és megbolondulnak. Fegyver lesz az ő vitézein, és elijednek. Fegyver lesz az ő lovain és szekerein, és az ő egész egyveleg népén, amely ő benne van, és hasonlók lesznek az asszonyokhoz. Fegyver lesz az ő kincsein, és elprédáltatnak. Szárasság lesz az ő vizein, és kiszáradnak, mert bálványok földje az, és faragott képekkel dicsekednek. Azért csakálok lakoznak ott bagyokkal, és strucmadárnak fiai lakoznak benne, és soha többé nem lakják azt, és nem lesznek lakosai nemzedékről nemzedékre. Amint felforgatta Isten, Szodomát és Gomorát és az ő szomszéd városait, azt mondja az Úr: Épp úgy nem lakik ott egy ember sem, és embernek fia sem lakja azt. Íme nép jött éjszakról, és nagy nemzet, és sok király támad fel a föld határaiból. Ívet és pajst ragadnak, kegyetlenek azok. És semmi irgalmasság nem lesz bennük. Szavuk, mint a tenger zúgása, és lovakon jönnek, mind viadalra készek te ellened, te Babilon leánya. Hallja a Babilon királya az ő hírüket, és kezei elesnek szorongás fogja előt, fájdalom, mint a gyermekszülőt. Íme, mint a Jordán erdőségéből való oroszlán, úgy jön fel az örök zöld ligetre, de hamar kiűzöm őt arról, és aki arra választatott, azt teszem azon fejedelemmé, mert kicsoda hasonlatos hozzám. És kiszabnékem törvényt, és ki az a pásztor, aki ellenem álljon. Azért halljátok meg az úr tervét, amelyet Babilon ellen tervezett, és az ő gondolatait, amelyeket Káldea ellen gondolt. Bizony, elhajtják őket, a nyáj kicsinyeit, és álmélkodik felettük a legelő. Babilon bevételének zajától megindul a föld, és kiáltása hallatszik a nemzetek között. 51. rész. Ezt mondja az úr, Íme én pusztítószelet támasztok Babilon ellen, és azok ellen, akik az én ellenségem szívében lakoznak. És szórókat küldök Babilon ellen, és felszórják őt, és földjét kiüresítik, mert mindenfelől ellene lesznek a veszedelem napjám. A kézívesre kézíves vonja fel íját, és arra, aki páncéljába öltözik. Ne kedvezzetek ifjainak, öldössétek le egész seregét, és essenek el megöletve a káldeusok földjén, és átverve az ő utcáin. Mert nem hagyatott el Izrael és Júda az ő Istenétől, a seregek urától, noha az ő földjük rakva vétekkel az Izraelnek szentje ellen. Fussatok ki Babilomból, és kiki mentse meg az ő lelkét, ne veszetek el az ő gonoszságáért, mert az Úr bosszúállásának ideje ez, megfizetné ki érdem szerint. Aranypohár volt Babilon az Úr kezébe, amely megrészegíté az egész földet. Nemzetek ittak a borából, azért bolondultak meg a nemzetek. Hamar elesett Babilon, és összeomlott. Jajgassatok felette, kössétek be balzsammal az ő sebét, hát ha meggyógyul. Gyógyítottuk Babilont, de nem gyógyult meg. Hagyjátok előtt, és menjünk ki ki a maga földjére, mert az égig hatott az ő ítélete, és felemelkedett a felhőkig. Kihozta az Úr a igazságainkat, gyertek és beszéljük meg Sionban az Úrnak, ami Istenünknek dolgát. Élesítsétek a nyilakat, töltsétek meg a tegzeket, Felindította az Úr a médiabeli királyok lelkét, mert Babilon ellen van az ő gondolatja, hogy elveszesse azt, mert az úr bosszú állása ez, az ő templomáért való bosszúállása. Babilonnak kőfalain tűzzétek ki a zászlót, erősítsétek meg az őrséget, szerezzetek vigyázókat, rendeljétek el a leseket mert az Úr meggondolta, és meg is cselekszi azokat, amiket szólott a Babilon lakó ellen. Ó, te, aki lakozol a nagy vizek mellett, akinek kincset te mérdek, eljött a te véged, a te rablásod határa. Megesküdött a seregek ura az ő lelkére mondván, bizony, betöltelek téged emberekkel, mint sáskákkal, és diadalmas éneket éneklek feletted. Az, aki teremtette a földet az ő erejével, aki megalapította a világot az ő bölcsességével, és kiterjesztette az egeket az ő értelmével. Egy szavával vizek zúgását szerez az égben, és felhőket visz fel a föld határairól, villámokat készít az esőhöz, és kihozza a szelet az ő tárházaiból. Minden ember bolondá lett tudomány nélkül. Minden ötvös megszégyenül a maga bálványa miatt, mert hazugság az ő öntése, és nincsen benne szellem. Hiába valóságok ezek, nevetségre való művek az ő megfenyítetésük idején elvesznek. Nem ilyen a Jákob osztály része mert mindennek teremtője és az ő örökségének pálcája, seregek ura az ő neve. Öröljön vagy te nékem, hadi fegyverem, és nemzeteket zúztam össze veled, és országokat vesztettem el veled. És általad zúztam össze a lovakat és lovagjait, és általad zúztam össze a szekeret és a benne ülőt. És összezúztam általad férfit és asszonyt, és összezúztam általad a vénet és a gyermeket, és összezúztam általad az ifjat és a szűzet, és összezúztam általad a pásztort és nyáját, és összezúztam általad a szántóvetőt és az ő igamarháját, és összezúztam általad a hadnagyot és a főembereket. És megfizetek Babilonnak és káldja a minden lakosának mindazokért az ő gonoszságaikért, amelyeket sionban cselekedtek a ti szemeitek láttára, azt mondja az Úr. Íme, én ellened fordulok, te romlásnak hegye, azt mondja az Úr, aki az egész földet megrontottad, és kinyújtom rád kezemet, és levetlek téged a kőszikláról, és kiéget hegyét téged. És belőled nem visznek követ a szegletre és a fundamentumra. Mert örökké való pusztaság leszel, azt mondja az úr. Tűzzétek ki a zászlót az országban, fújjátok meg a trombitát a nemzetek között. Avassátok fel ellene a nemzeteket, gyűjtsétek össze ellene, az Ararátnak, Meninnek és Askenáznak országait, választatok ő ellene hadvezért, hozzátok ki a lovakat, mint rettenetes sáska sereget. Avassátok fel ellene a nemzeteket, médiának királyait, az ő hadnagyait és minden főemberét, és az ő birodalmának egész földjét. És megrendül a föld, és rászkódik, mert az Úrnak gondolatai beteljesednek Babilon ellen, hogy Babilon földét pusztasággá lakatlanná tegye. Babilon vitézei felhagytak a viadallal, erősségeikben ülnek, elfogyott a vitézségük, asszonyokká lettek, felgyújtották lakhelyeit, zárait letörték. Futár futár elé fut, és hírmondó a hírmondó elé, hogy megjelentse a babiloni királynak, hogy bevéthetett az ő városa mindenfelülről. És a révhelyek elfoglaltattak, és az álló tavak tűzzel kiszárítattak, és a vitézek elrettentek. Mert ezt mondja a seregek ura, az Izrael istene. Babilon leány olyan, mint a szérű. Itt van az ő tapostatásának ideje. Egy kis híja még, és eljő az ő aratásának ideje. Benyelt engem, megemésztett engem Nabukodonozor, a babiloni király, üres edényét tett engem, benyelt engem, mint a sárkány, betöltötte a hasát az én csemegéimmel, és kivetett engem. Az én rajtam esett erőszak, és az én testem Babilonra térjen, azt mondja a Sionnak lakója, és az én vérem Káldeának lakosaira, azt mondja Jeruzsálem. Azért ezt mondja az Úr. Íme én megítélem a te ügyedet, és bosszút állok éretted, és kiszárasztom az ő tengerét, és kiapasztom az ő forrását. És Babilon kűrakássá lesz, sárkányok lakhelyévé, csudává, csúfságá és lakatlanná lesz együtt ordítanak, mint az oroszlánok, harsognak, mint az oroszlán kölykök. Az ő kedvüknek idején készítek nékik lakomát, és megrészegítem őket, hogy vigadjanak, és örökké való álmot aludjanak, és fel ne azt mondja az Úr. Előhozom őket, mint a bárányokat a megmetszésre, mint a kosokat a bakokkal egyetemben. Mind bevétetett sésák, és elfoglaltatott az egész földnek dicséretei. Milyen utálattá lett Babilon a nemzetek között! Feljött a Babilonra a tenger, habjainak özönével elborítatott. Városai pusztává, sivataggá és kopárföldé lesznek, amelyen senki sem lakik, sem embernek fia át nem megy rajta. Megfenyítem Bélt is, Babilon van, és kivonom szájából, amit benyelt. És többé nem futnak hozzá a nemzetek, Babilonnak kőfala is ledől. Jöjjetek ki belőle, ó én népem, és kiki szabadítsa meg lelkét az Úr haragjának tüzétől. És el ne olvadjon a ti szívetek, és ne féljetek a hírtől, amely hallatszik -e földön, mikor egyik esztendőben hír jön, és a másik esztendőben is a hír, hogy erőszakosság van a földön, uralkodó tör uralkodóra. Azért íme, eljönnek a napok, és meglátogatom Babilon faragott képeit, és egész földje megszégyenül, és minden ő egy elhullanak ő közötte. És örvendeznek Babilon felett az ég és a föld, és minden benne valók. Mert éjszak felől eljönnek rá a pusztítók, azt mondja az Úr. Babilon is elesik, Izrael megölöttjei, amint Babilonban is elhullottak az egész föld megölöttjei. Menjetek el, akik megszabadultatok a fegyvertől, meg ne álljatok. Emlékezzetek meg a távolból az Úrról, és jusson eszetekbe Jeruzsálem. Megszégyenültünk, mert hallottuk a gyalázkodást. Orcáinkat szégyen borította, mert idegenek jöttek az úrházának szentségébe. Azért íme, eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és meglátogatom az ő faragott képeit, az egész földjén sebesültek nyögnek. Ha az égbe hág is fel Babilon, és ha megerősíti is az ő erős magaslatát, pusztítók törnek rá tőlem, ezt mondja az Úr. Kiáltás hallatszik Babilonból, és a Káldeusok földjéből nagy romlás, mert elpusztítja az Úr Babilont, és kiveszti belőle a nagy zajt, és zúgnak az ő habjai, mint a nagy vizek, hallatszik az ő szavuk harsogása. Mert pusztító tör rá Babilonra, és elfogadnak vitézei, eltörik az ő kézívük, mert a megfizetésnek Istene az Úr bizonyal megfizet. És megrészegítem az ő fejedelmeit, bölcseit, hadnagyait, tisztartóit és vitézeit, és örök álmot alusznak, és nem serkennek fel, azt mondja a király, akinek neve seregek ura. Ezt mondja a seregek ura, Babilon széles kőfala földig lerontatik, és az ő büszke kapuit tűzégeti meg, és a népek hiába munkálkodnak, és a nemzetek a tűznek, és kifáradnak. Ez a szó, amelyel Jeremiás próféta utasította seráját, Néria a fiát, aki a Mahásiás fia volt, amikor ő Babilonba méne sedékiással, a Júda királyával, királyságának negyedik esztendejében. Serája pedig szállásmester volt. És megírá Jeremiás nagy könyvben mindazt a veszedelmet, amely Babilon fogja érni. Mindezeket a beszédeket, amelyek megirattak Babilon felől. És mond a Jeremiás serájának, mikor Babilonba jutsz és látod és elolvasod minden szókat, ezt mondjad. Uram, te szólottál-e hely ellen, hogy elveszítsed ezt annyira, hogy lakó ne legyen benne embertől baromig, hanem örökké való pusztaság legyen. És mikor e könyv olvasását elvégzed, kös rá követ, és hajítsd be az Eufrátesz közepébe. És ezt mond, így merül el Babilon, és meg nem menekedik a veszedelemtől, amelyet én hozok rá, akármint fáradjanak. Eddig vannak a Jeremiás beszédei. 52. rész. 21 esztendős volt Sedékiás, amikor uralkodni kezdett, és 11 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben, és az ő anyjának neve Hammutálvala, a Libnából való Jeremiás leánya és gonoszt cselekedett az úr szemei előtt, mint Jójákim cselekedett vala. Mert az úr haragjáért volt ez Jeruzsálemen és Júdán, míg Len elveti őket színe elől. Sedékiás ugyanis engedetlen lett a babiloni királynak. És az ő uralkodásának kilencedik esztendejében, a tizedik hónapban, a hónapnak tizedikén, Eljött Nabukodonozor, a babiloni király, ő maga és egész serege Jeruzsálemre, és tábort járának ellene, és minden felől sáncot vetettek fel ellene. És megszállva lőn a város Sedékiásnak 11. esztendeiig. A negyedik hónapban, a hónapnak kilencedikén nagy támadt támadta a városba. Annyira, hogy a föld népének kenyeresen volt, és bevétették a város, és a harcosok mind elfutottak, és éjszaka kimentek a városból a kapu felé a két kőfal között, amelyek a király kertjénél voltak. A káldeusok pedig a város mellett voltak körös körül, és mentek az úton, amely síkföldre viszent. A káldeusok serege pedig űzte a királyt, és utolérték sedékiást a jerikói síkon, mert egész serege elfutott mellőle. Megfogták azért a királyt, és vitték őt a babiloni királyhoz Riblába, a Hamát földjére, aki törvényt mondott rá. És leülette a babiloni király a sedékiás fiait szemelattára és Júda minden fejedelmét is leületé Riblában. Sedékiás királynak pedig a szemeit tolatáki. és láncra vereté és viteté őt a babiloni király Babilonba, és tömlőzbe vetette őt halála napjáig. Az ötödik hónapban pedig, a hónapnak tizedikén, ez az esztendő pedig a 19. esztendeje volt Nabukodonozornak, a babiloni királynak. Nabuzáradán a vitézek feje, aki áll vala a babiloni király előtt, eljött Jeruzsálembe. És felégeti az úrházát és a királyházát, és Jeruzsálemnek minden házait és minden nagy házat felégetett tűzzel és Jeruzsálem egész kőfalát körös körül lerontotta a káldeusok mindenféle serege, akik a vitézek fejével voltak. A községnek szegényeiből pedig, és a többi nép közül, akik a városban megmaradtak, és a szökevények közül, akik elszöktek a babiloni királyhoz, és a sokaságnak maradékából foglyokat vitt Nabuzáradán a vitézek feje. De a föld szegényei közül ott hagyjálna buzáradán a vitézek feje a szőlőműveseket és a szántóvetőket. A rézoszlopokat pedig, amelyek az úrházában voltak, és a talpakat, és a résztengert, amely az úrházában volt, összetörték a káldeusok, és azoknak minden rezét elvitték Babilonba. A fazekakat is, és a lapátokat, a késeket, és a medencéket, a tömjénezőket és a rézedényeket, amelyekkel szolgáltak, mind elvitték. És a csészéket, a serpenyőket, a medencéket és a fazekakat, a gyertyatartókat, a tömjénezőket és a serlegeket, ami arany, aranyban, ami ezüst ezüstben, mind elvivé a vitézek feje. Két oszlop, egy résztenger, és tizenkét rézökör volt, amelyek a talpak alatt voltak, amelyeket Salamon király csináltatott az úrházába. Mindezeknek az edényeknek reze megmérhetetlen volt. És az oszlopok közül az egyik oszlopnak 18 sing volt a magassága, és 12 sing zsinór éri vala át körös körül, vastagsága pedig négy újnyi, és belül üres volt. Rész gömb volt rajta, és az egyik gömb magassága ötségnyi volt, és a hálók és gránátalmák a gömbön körös körül mind részből voltak. És ilyen a második oszlop, és ilyenek a gránátalmák is. Gránátalmából pedig 96 volt kifelé. Összesen 100 gránátalma volt a hálón felől körös körül. Elvivé a vitézek feje, seráját is a főpapot, és szofóniást a második papot, és az ajtónak három őrizőjét. És a városból elvive egy főembert, aki felügyelője volt a harcosoknak, és hetet ama férfiak közül, akik állannak vala király előtt, akik a városban találtatának, és a seregek főíródeákját, aki a földnépét besorozta vala és hatvan férfiút a föld népe közül, akik a városban találtatának. És felvevé ezeket Nabuzáradán a vitézek feje, és elvitte őket a babiloni királyhoz riblába. És levágatá őket a babiloni király, és megölette őket riblában, a hamát földjén, és fogságra viteték Júda az ő földjéről. Ennyi az a nép, amelyet fogságra vitete Nabukodonozor a hetedik esztendőben. Három és 23 júdabeli. A Nabukodonozor 18. esztendejében Jeruzsálemből 800 és 32 lélek. Nabukodonozor 23. esztendejében fogságba vitete Nabuzáradán a vitézek feje 745 judabelit, összesen 4600 lélek. Lőn pedig Jójákém Júdabeli király fogságának 37. esztendejében, a 12. hónapban, a hónap 25-én, felemelé Evil Merodák a babiloni király az ő uralkodásának első esztendejében Jójákinnak, a Júda királyának fejét, és kivevé őt a tömlőcből. És szépen szólt vele, és királyi székét ama királyoknak széke fölé emelte, akik vele voltak Babilonban, és felcserélé tömlőcbeli ruháit, és mindenkor vele eszik vala ételt életének minden napjában. És költségére állandó költség adatik vala néki a babiloni királytól minden napon, a halála napjáig, életének minden napjában.